Vas Albert Mire a fák megnőnek? Felolvas a korompai vali. A felvétel 2003. áprilisában készült. Első kazetta, első sáv. Első rész. Egy. Esett az eső. A ragacsos novemberi sár vastagon tapadt a kerekekre. Nyőszörgött a szekér, és alig-alig haladt. A két bozontos apró hegyi ló lehajtott fejjel feküdt bel a hámba. Orrukat majdnem a sárig nyújtották, mint az utat akarták volna megvizsgálni, jól, mielőtt a lábokat előbbre teszik. Pedig mindegy volt egészen. A szélese taposott szekérút, ahogy a ménesi hágon fölfelé kanyargott, egyformán sáros volt minden oldalon, és egyformán nehéz. Napok óta eső áztatta a sárga mezőségi agyagot, lemosta a mezők zöld színét, s a világot szürkeségbe, sárba, nyomorúságba öltöztette. Alant a szamos elmaradó völgyét borongás lepte, és az eső egyre húlt, húlt, szünet nélkül és rossz kedvűen. A hágó gerincén a lovak magoktól megállottak. Elhallgatott a kerekek szörtyögése, csak az eső egyhangú kaparászása hallatszott a gyékény föderen. A szekeres ember sóhajtott egy nagyot, somlokába húzott kucsmája alul körül hordozta ráncos tekintetét. Az ég alacsony volt, és olyan egyformán szürke, mint a legkilátástalanabb emberi nyomorúság. Kereken dombok hevertek, a mezőség ázott, rossz kedvű dombjai, mint valami vert jobbágy Miért ostorra sanyargatott az idő, és azután átlépett fölöttük. Vége láthatatlan kopár legelők húzottak a dombok hátán végig. Dísztelenek és szürkék, és a szél, mely felülük csapott nyers esőszagon kívül semmit sem hordozott magán. Isten is megvert ezt a világot! Dünnyögte hátra, bozontos bajusza mögül a szekeres, és talán ő maga sem tudta volna megmondani, hogy a vidékre értél, vagy az esőre, vagy az emberi élet egyéb dolgaira. Mögötte, a gyékényfödél mélyén, vastag széna ülésen ketten ültek. Egy férfi, meg egy asszony. Derekokig nehéz cserge pokrozba csavarodva ültek ott, és nem szólottak semmit. Az asszony fiatal volt, csontos, erélyes arcú, bőrös bekecs volt rajta, fejét, nyakát, vastag hárászkendő takarta, csak egymásra préselt, keskeny, szigorú szája, éles orra és szürke szemei látszottak. Olyan volt ez az arc, mintha minden pillanatjában hadban állan az élettel. A kötelességtudás és a felelősség zászlaja alatt, és a száj kemény vonalában feltűzött szoronyokkal örködött az akarat és a dac. Nem nézett se jobbra, se balra, csak egyenesen előre, amerre a dombok a felhőkkel összeérve nyúltak a kietlen végi világba. A férfi, aki mellette öregemnek látszott. Arca fáradt volt és elgondolkozó, sötét és elhanyagolt szakás őrte borította, melybe beleolvadt a bajusz két fáradt éve is. Egyszerű szürke, kicsit kopott zsinoros dolmányt viselt, fején betűrt báránybőr süveget. Balkarja fekete kendővel volt a nyakába kötve, s mellette az ülés sarkában fokos és duplaposka. A szekeres még dörmögött valamit a bajuszába, s hogy senki se felelt, hát hallgatott ő is. Kietlen árva csönd terült köréjük. Szürke, nyírkos, rideg, némaság. Olyan volt éppen, mint az ősz maga, mely ködös eső képében az elhagyott dombokat nyomta. Az asszony kulacsot vett elő. Igyék István egy kortyot, nem iszom. Tovább nyújtott a szekeres embernek. Igyék hát, kend, aztán aladjunk. A szekeres hátra nyúlt a kulacsért, csapzott bajszát kétfelé törölt és húzott egy jót. Köszönöm a lássan. Egészségére. Nagyot nyögött, azután megmargolt a gyeplőt. Cudar üdőket élünk, nemzetes asszony! Gyűtéj a keserűségedet! A gyeplő rándítása megmozdultak a lovak, cuppogva léptek előre a sárban, és a szekény nőszörögve, kínlódva, kátyúból kátyúba vergődve, megindult újra lefelé, be a néma halott szürke mezőségbe. És az eső esett, esett, esett. Szünet nélkül, megállás nélkül, mint mintha valaki megálkozta volna a világot, keserű csúnya átokkal, hogy vízzé és lucsokká változzon, nyúlós, ragacsos sárra, amelyben elpusztul a növény, elsüllyed az állat, és az ember lassan, kínosan megöregszik. Mint ha valaki megátkozta volna az eget, hogy szürke iszappás sűrűsödjön, s rá nehezedjen a föld hátára, nyomja, szorítsa, folytogassa, míg hideg ködöket izzadva kileheli keserű lelkét. Mint az emberiség minden bánatta, panasza, átkozódása, és keserűsége összegyűlt volna azon a napon, olyan volt a mezőség éppen. Cuppogtak a lovak, nyöszörgött a szekér, s haladtak az utasok lassan, borzasztó lassan, a legelők között keleti irányba. Helyenként föltértek a gyepre, de a kerék ott is bevágott mélyen, s a patkó nyomán szürke vizet eresztett a rongyázott föld. Dombra föl, dombra le, néha falvak mellett haladtak el, melyek ott lappangtak völgyek gödrében, mint a örökös rettegésben lettek volna, hogy rájuk találva veszedelmes hatalom és elpusztítja őket. Ahogy a dombak hátáról lenézett rájuk, látszottak jól a kis házak, amint az eső alatt összehúzták magukat apróra, s ablakaikat félénken merezgették. A félszeg kis házak között valahol templom állt, néha kettő is. És valahol, kisé félrehúzódva többitől, Zsindely tető és feketé lett kis facsoport közepén. S kereken semmi egyéb, amik szem láthatott. Csak néhány csík, szántóföld, s omlásos kökénybokros kopárlegelők végestelen végig. Ment, haladt a szekér, a novemberbe borult mezőségen át, lassan, mindig csak lépésben, mint mintha halottat vitt volna. Az ólomszínű ég kilátástan egyhangúsággal borult föléje, Dombhajlatok váltakoztak, melyek, mint egy vége láthatatlan iszaptenger, újra és újra visszatérő hullámai lettek volna. Párát a lovak ázott háta, szortyogott a kerék, és az eső pergett, pergett a gyékény födelen. A szekérre együtt mászott az idő is, mint nagy nyálkás szürke csiga, mászott anélkül, hogy mozdulatait észre lehetett volna venni. Átmászott a délidő gerincén valahol. Észrevétlenül belecsúszott mélyen a délutánba, és az ég, a levegő, a színek, a szagok, és minden egyebek, amik a napot teszik, nem változtak semmit, de semmit. A szekeres néha lassú káromkodással nogatta lovakat, de egészen céltalan dolog volt az is, mert kimért egyforma a lépésükből, nem hagyták kizökkenteni magukat. Amúgy is olyan céltalannak látszott minden, abban a szürke és csatakos világban. Csak az asszony békét lenkedett néha a gyékény alatt. Kurán célozza már kent azokat a lovakat, sze este bédre sem érünk el odáig. A szekeres ilyenkor dünnyögött valamit, megrángatta a gyeplőt, s a szekér haladt tovább változatlan lassúsággal, mint egy elátkozott bárka elátkozott tenger közepén. Ködök és felhők sötétre sűrűsödtek már, s készültek elnyelni a világot, mikor a torliget hágójára értek. Az eső még egyre hullott, s nyers északi szél borzongatta a lomtalanná ázott erdőt. A roppant tölgyfák ágai összefonódtak a szürkületben némán és aggodalmasan. A lovak megálltak. – Na végre! – mondott az asszony, és előre hajolt a szekeres válla fölött, hogy láthassa a völgyet. A dombok tágult öblében falucska látszott. Görbe arcú, mogorva falu. A szürkület köt függönyei mögött rossz kedven húzódott össze, mint ázott gazdátlan macska idegen vidéken. Füstöt pippáltak a sötét nátfödelek, s a föld keserű szaga összekeveredett a tó nyirkos iszapszagával, s ezt a furcsa kesernyi és nyers mezőségi szagot az északi szél nagy foszlányokban föllebbentette egészen a torliget hágójáig az asszony orlikai kitágultak, s mélyet lélegzett. Otthoni szag volt. Csak kép is otthoni volt, és minden nyírkossága mellett is puha és kellemes. A szürkén csillanó tóvize, s a nádas, mely mélyen a falu alá nyúlt, s a ködön és esőn keresztül is sárgán világított. A falu közepén kicsike dombon fa állott, elmosódó barnás színe alig vált el a környező fáktól. Szemközt vele öreg kőrisek búslakodtak. Az asszony szeme azokat nézte. Háztetőt keresett közöttük, pedig tudta, hogy ház már nincsen ott. A férfi is előre Nézd! A templomot is fölperzselték, mondta, és a hangja reket volt. Keze a kőriseken túl a domboldara mutatott, hol fehér sírkövek világítottak be a szürkületbe. Nyírfák fák között valami csonka, fekete dolog látszott. Az asszony szeme újra összeszűkült. Gyalázatosak! sziszegte, összeharapva keményen a száját, és az induló könnyek helyén már hideg, acélos villámok röpködtek. Gyalázatosak! A szekeres megemelt a gyeplőt, s végig kémlet a kopár legelőn. Hát, most merre hajtsak? Egyenest lefelé, rendelkezett az asszony. Térjen le kend az útról. Vegy vegye az irányt azoknak a fáknak. Csak igyekezzék már, hát éjszaka lesz. Az ember ott elől morgott valamit, és a szekér nagyon dödszenve letért az útról. A legelő alsó csücskén, kívül a köris ahol a domb már kezdett aláhajolni a falura, horpat föderű apró zsellérház állott. Csak úgy kerítés és udvar nélkül áttotta a pusztaföldön, földön, ilyet ablakaival a körisfák felé nézve, mintha onnan várt volna védelmet a kopár és ellenséges legelővel szemben. Mellette ágrakás, favágó tönk, disznóul, és egyéb éppen semmi. A zselérház előtt az asszony megállította a szekeret. – Rikkancson kend egyet! – szólt a szekeresre. – Hadd lám, még valaki? – Hé, te hó! – kurjantott a szekeres a házra. A harmadik kiáltása óvatosan megnyílt az ajtó, és kis vaskos, barna képi parasztaszony bújt elő rajta, bámult a szekére, aztán összecsapta a kezét. – Jó, Istenem, a nemzetes asszony, jaj, édes Istenem, kezit csókolom, drága, és a nemzetes bára úr, jaj, édes Istenem! Sopánkodott volna még sokáig, de a nemzetes asszony hamar rejászolott. – Ne járjon a szád, Márisko, Azt mondja inkább, hova mehetünk? Maradt a kastélyba egy szoba, vagy valami? Márisko lehajtotta a fejét fekete kötényét a személyhez emelte, csak most kezdte el az igazi sopánkodást. Jaj, drága jó nemzetes asszony, kedi csókolom, mi volt itt a jaj, édes Istenem? Mindent elprédáltak ezek a hitványok, ezek a cudar bitangok, hogy verje meg őket a teremtő Isten, de megverje ám. Leégették a drága szép kastélyt az földig instál, minden porrá tettek ezek a kutyák. Isten bűnömülne, vegye, de száradna le a kezük. Még az istálokat és a csűröket is. Fejszével rongálták a sok drága butorcs, hordták a marhát, ki mit bírt fogni. Ja, Istenem, Istenem, mi volt itten? A beszédre újra kinyílt a zsellérház ajtaja, a szürke szondrás alacsony, hosszú bajszú parasztember lépett ki rajta. A nemzetes asszony összeráncolt homlokkal hallgatta Máriskót, aztán leugrott a szekérről. Mihály! fordult kemén az ember felé. A kaséba nem lehet megszállni. Az ember némán odajött, kezet csókolt. Kezet csókolt az úrnak is, és csak azután felelt. Nem lehetséges, instálom. Cselétház? Leégett, instálom. Istállok? Azok is instálom. Egy-két másodpercig csönd volt. Az úr némán állt, s a körisfákat nézte elakadt szemmel. A szekeres a fejét vakarta, kucsmalat hümmögött valamit Istenről és pogányokról. S máriskó sopánkodott egyre síró, asszony hangon. Jaj, édes jó Istenem, édes jó Istenem! Aztán a nemzetes asszony kihúzta derekát. Keményen, katonásan, mint acélból öntötték volna beléje a lelket és az élni akarást. – Akkor szedjetek le a málhát, Mihály! éjszakára a nálatok maradunk! – a szekeresnek kerics istálott valahol, szénát abrakott bőviben. Igen, is istándom. A málákat behorták a házba, máriskos sűrűlölt a belső szobában. Mihály a faluba szaladt istálót keresni, a nemzetes asszony holmit rendezte. Az úr egy darabig állt a szekér mellett, és a fákat nézte. Aztán kezébe vette a fokost, és elindult feléjük. Lassan ment. Úgy érezte, hogy valahol ömlik, szakad belőle a vér, valahol mélyen bent a gondolatok mögött, és ez az áradva ömlő vér megtölti kereken a világot, színültik fájdalommal, ellepi az addig gyűlt fájdalmakat, és úgy rá nehezedik, hogy legjobb lenne leroskani alatta, és nem élni tovább. A körisfák alatt megrohanták az emlékek. Itt talált a gyerekkorában az első madárfészket. Ott játszottak bújócskát a fenyők alatt. Ott volt a hinta. Ezen a lapos hosszú réten folyt, langyos nyári délutánokon a méta, jó és lármás cselét gyerekekkel. De ezek az emlékek nem olyanok voltak, mint máskor. Véres, fej és láb nélküli síró és üvöltő emlékek voltak, roncsoltak és megcsúfoltak. Mert a hinta helyén üres gödör sötét lett. A fák kitöntve, durva, fejszefaragás mindenütt, s a gyepen üszkös gerendák, kormos zsindelyek nyuma. s ott bent, ahol a háznak kell lennie, ahol a gyermekkor minden emléke hazaszaladt eddig, ahol az ifjúkor kedves emlékeit lebegtetik a múló idő fátylát, ahol a kezdődő férfikor munkáinak, gondjainak, örömeinek és lelkesedésének tüze izzott, ott benn a mesztelenre éget fák között, üszkös romok meredeztek az égre. Úgy ment odáig, mint ahogy rossz, nehéz, verejtékes álomban jár az ember, ólom nehéz lábbal, vergődő szívvel. Csak a falak állottak, kormosan, mocskosan, meggyalázva, s némán fölmeredtek a szürke égre, mely könyörterem volt és idegen. A falak között üszkös gerendák hevertek szanaszét, piszok és törmelék, és a szakállas arcú ember épp fél kezében a fokossal ott állott a falak előtt, és nézte őket mozdulatlan szemmel. Döbbenve vergődtek benne karmos érzések. Hová lett a falak közül az otthon? Meleg levegője. A szobák, az udvar. Az élet meghitt régi illata, mely a legnehezebb időkben is békéres gyermekkorra emlékeztetett. Nézte a falakat. Itt volt a pipázó, Öreg karosszékeit kék pipafüst lengte körül, kandalójában sárga lánga égett a tűz, és a tűz előtt lábára fektetett feje csontos vén agár aludt. Itt volt az ebédlő, persze. Magas támlájú címeres székely fölött méltóságos, ódon komolyság trónult, s kereken a polcokon tompa fényjel csillogott a sokféle ezüst. Ez itt, ez itt, a gyermekek szobája volt. Mennyi kacagás és mennyi öröm dagasztott a fehér falait, mennyi játékos kedves perc. Az élet nagy játékában talán egyedül azok az apró játszadozások értek valamit. És ez itt a hálószoba. Rózsaszín ágyterítő csipkés függönyök. Hirtelen egy kép jutott az eszébe. Haszontalan bérzes gyermekek levertek egy fecskefészket az ökör istáló gerendájáról. A fészek helyén csak elkent tojástól sárga törmelék maradt, s a fecskepár rémül csiviteléssel röpködte körül a romokat. Ilyesmit, éppen ilyesmit érezhettek azok is akkor. Néhány napig búsan üldögéltek kettesben a gerendán, csüggetten és nagyon fáradtan, aztán egyszer csak újra jöttek, mentek, hordták a sarat, a szalmát, s új fészket építettek az istáló másik végében. Persze, fecskék voltak. Madarak, oktalanok. Sokáig állt a romok előtt. Néha fecskékre gondolt, és ilyenkor valami vad és elszánt kötelesség tudat duzzasztotta az érzéseit, izmait akarat feszítette és tenni vágyás. Aztán újra a régi otthon illatait kereste. Kutatott helyek és emlékek után, hogy megtalálja valahol a romok alá temetett régi meleget, hiába. Hidegen és üresen ásítoztak a falak, ázott korom volt és idegen tekintetük. Kietlenség és pusztulás ásított kereken, és sehol nem volt semmi, de semmi, amiben az otthont kereső szem belekapaszkodhatott volna. Csak hideg, eső szitáló, alacsony szürke égbolt, perzselt fák, kivagdalt csonkok, sárba taposott gyep, és ázottan fölmeredő üszkös falak. Csak csupasz pusztulás és idegenség. Idegenség? Mikor visszatért imbolygó léptek el a zsellérházhoz, már sötét este volt. Az udvar üresen állt, és az apró ablakokon sárga lámpafény ömlött ki a hideg legelőre. Mihály ott állt az ajtó előtt. A kasténynál méltóztatott? Ott volt a Mihály. Hallgattak. Álltak az eresz alatt ketten, és hallgattak. S kint hullott, egyre hullott az eső. Az úr pipát kotort elő zsebéből, és dohányt. Töm meg, Mihály! Félkézzel nehezen tudom. Mihály elvette a pipát. Sebesülés történt. Muszka lándzsalkadt a karomba. Mihály elkészült a töméssel, tüzet csiholt. Tömél magadnak is, Áltak pipáztak, hallgatták az esőt. Cudarüdő, az. Sok idő múltán az úr szólott megint. Néhány napig nálad leszünk, miáj. Még valamit tudunk csinálni. Elférünk, instálom. Aztán sok idő múlva. Ki volt a kolomposuk, Mihály? Mitru. S apópa? Az is. Szívták a pipát, salgatták a csöndet, mely nagy volt, és nyírkos, és nyúlosan szürke, mint a sár, és mint a lassan múló idő. Csak egy-egy kutya vakkantott néha lent a faluban. Fölkötjük őket! Az úr sokáig hallgatott. Szeme a szürkület sűrűsödő páráit nézte fáradtan. Megváltoztak az idők, Mihály. Mihály a fal mellett sóhajtott, fogára szorította a szutykos pipát, feje lehorgott. Azt mondják, instálom. Elég baj az. Aztán a nemzetes asszony kinyitotta az ajtót. Csirketokkány meleg szaga ömlött az estébe, hangja, ahogy az ázott hideg barátságtalan és alattomosságokat rejtőztető szürkeségbe belehasított, éles volt, csengő, bátor és fiatal. Jöjjön István, készen a vacsora! Evés után tollat és kalamár is szedett elő az úr, és az olaj mécs imbolygó fénye mellett ráhajolt a rozoga deszka asszara levelet írni. A szomszédszobában Mihályék moccologtak, egy kisgyerek szipogva sírt, és az asszony lehalkított hangon beszélt valakivel. Így szólott a levél. Édes jó asszonyanyám! Hajnaltól estvégig tartott utazásunk, de Isten segedelmével szerencsésen és baj nélkül megérkeztünk ide. A kastély, melyet Istenben boldogult apám uram, s kegyed, szeretett asszonyanyám, oly igen nagy szívveli szeretettel ügyeltek és csinosítottak, és mennekünk lelkünk nőtt otthonunk vala, nincsen többé. Az olá pornép megáltalkodott gonoszságában nem a fölperzselni, Csupán a puszta falakat hagyván, s elprédálván minden nembi bútort, ezüst, marhát és sok drága holmit, még benne valának. Mindezeknek fölötte, legjobban mégis azt fájlalom, ami kint érzelemben okozán a gyermekkori otthonom, s lelkemhez nő családi fészkem ilyetén való meggyalázásával. Egy gyilkos haramják megdulták is tálóinkat, egész vagyonunkat, nem hagyván fia állatot is, és koncurat, a derék kasznárt megkínozván halálát okozták. Bárha a teremtő úristen méltó büntetése sújtaná minden bűnösöket, s megáltalkott gonosztevőket szívemből s lelkemből kívánom. Nem akarván tovább keseríteni én jó asszony anyámat, mind a fájdalmas látások felsorolásával, míg szemem elé tárulának itthon, azzal végzem episztolámat, hogy igaz keresztény módon beletörődöm az úr akaratjába, Ellenem nem lázadozom, hanem töretlen magyar hűséggel neki kezdek otthonunk és vagyoni állapotunk újra való feltámasztásának, melyhez adjon az Úr erőt és seggedelmet nem csupán nekünk magunknak, hanem egész porbasújtott magyar nemzetünknek, melyeknek utána minden jót és egészséget kívánva maradok asszony anyámnak alázatos és szerető fia, mezővarjas. 1849. esztendő, november hó 12-én. Báró Varjas István. P.S. Az oláharamják nem átalották az anyaszentegyház templomát fölperzselni és megdúlni. Vaj, ha Isten méltó büntetése, mielőbb lesújtani a pogányokra. V.I. P.S. A gyermekek maradjanak mind addig ottan, míg valamest otthont fölépíteni módunkban leend. Úgy vélem, tavasz érkezése előtt erre mód alig adódik. V.I. Késő volt már, mikor kivitt a levelet Mihálynak. Ezt átadod holnap a szekeresnek, hogy Kolozsvárra vigye. Kint már nem csorgott az eső. Nyers fagyszaga volt a levegőnek, a felhők, mint a emelkedtek volna, s a fák halkan zúgtak a szélben, majd a torliget felől ázott tölgyerdők fanyarillatát hozta. Kettő. Éjszaka hideg szél támadt. Süvítve nyargalt végig a legelőkön, s a riad felhőket ostorral hajtotta maga előtt. Éjfél után az ég emelkedni kezdett, a csillagok sorra elfoglalták helyeiket. Reggere dérlepte a színtelen gyepet, s a sár megkérgesedett. A faluban futva terjedt a hír hogy hazajött a báró. Mitru késő éjszaka loholt át a pópához, és hosszasan pusmogott vele. Az emberek nyugtalanul jártak át egymáshoz, éget lábuk alatt a föld. András házánál, ahol a hóstáti szekeres szállása volt, meggyűltek lassan a magyarok. Hallgatták az idegen ember beszédét, és meggyült homlokokon a gond tőle, megnehezült a válluk tőle, mert ami a világban kereken történt, és ami a magyar nemzettel történt, az annak, aki ott a mezőség közepén élt, távoli dolog volt, csak zavaros hír jött róla. De ahogy a szekeres mondotta mindazt, amit a két szemével látott, mindazt, amit a két fülével hallott, az már olyan volt éppen, mintha ők maguk látták és hallották volna. Mert a hústáti szekeres ember is csak olyan magukféle szegény parasztember volt, és a szavaiban a maguk szavaira ismerhettek. Rege is ott voltak még, kis sötét csoportokban az András udvarán, s nézték a hóstáti embert, ahogy apró lovait szekérbe fogta, kezébe vette a gyeplőt, millentett egyet a süvegén, és elindult visszafelé fel a legelőnek. Áltak és néztek utána, és azután egymásra néztek. S ahogy a szemük egybe kapcsolódott, olyan volt ez, mint egy szóval ki nem mondott íratlan szerződés. Megértették, hogy magyarok, s hogy ez valami olyasmit jelent, mint a testvérek volnának. Kicsit úgy érezték magukat, mint temetéskor az összegyűlt rokonság. Földbe tettek valakit, aki egyformán drága volt, és egyformán nélkül összetettem valamennyiüknek, bár csak akkor jöttek rá erre a temetésen, mikor már betették a földbe. Azt a valakit, a magyar hazát. Szerettek volna egymáshoz jó meleg szavakat szólalni, olyat, amit a szív körül melegség támad, vagy segíteni egymásnak valamiben, csak úgy kérés nélkül és fizetség nélkül. Nézték egymást, aztán kezet fogtak, kicsit feszélyezetten, nem találták a szavakat, amiket mondani kellene, de érezték, hogy így is jól van, a kezek, a szemek és a szívek megértették egymást, a szájak nem is tudtak mondani semmit. Aztán szétoszlottak lassan. Mindenki a maga élete után. A románok úgy érezték magukat, mint az ördög jött volna a lelkükért. A rablás és a tűz eddig nem okozott semmi gondot. Magyar úré volt, had égjen, a magyar világ oda a magyar úr is oda Így olyan volt az egész, mint egy gazdáton ajándékot szétosztottak volna maguk között. De most a magyar úr hazajött. Nem is a magyar úr, a gazda jött haza, akinek itt háza volt, istálói voltak, ökrei voltak, disznói voltak, és sok mindenféle jószága volt, s most hazajött, hogy számba vegye őket. És ez így már más volt egészen. Gazda dolog volt, és lelki is, éles szigonya hirtelen belefúrodott a gondolatokba, s nem lehetett szabadulni tőle. Nem gazdátlan ajándék volt többé a sok elrablott holmi, és nem ünnepi bosszarkány éget és a kastély felgyújtása. Vég az első kazetta első sávjának. Első kazetta, második sáv. Egyszerű és közönséges rablásá vékonyodott a győzelmi mámor, egy gazda vagyonának az elpusztításává. és mert alapjában véve, nemzetiségi kérdésen kívül mind elsősorban és csak gazdák voltak, Zaklatni kezdte őket valami félelmetes és kellemetlen érzés, mint a templomi zászlók ráncai közül angyalok fenyegető arca és ördögök vigyorgó pofája merett volna hirtelen a szemükbe. Voltak, akik még napkelt előtt fölkerekedtek, és kiosontak a Mihály házához. Nem mentek a házig, csak valahol a farakásnál, vagy a disznópajtánál letettek valamit a földre, amit ujjasuk alatt Ködvönük alatt odáig vittek, súnyín, félelemmel és szorongatásokkal telve, s hogy letették, szinte futva siettek el. A falu utcája már vígan fütyöréztek, s úgy tértek be házuk udvarára, mint akik eligazították Istennel a jövendő dolgát. Mások tovább viaskodtak, önmagukkal is a szégyennel. Ezek csak reggelre értek fel a házhoz. Úgy mentettem meg ezt az ezüstedént a tűzből, tudtam, hogy visszajön még a Mariassa, és ezeket a holmikat eltettem addig is, nehogy a sok cudor elhordja valamerre. A gyermekek találták meg a gerendák alatt, ahogy játszottak, gondoltam, elveszem tőlük, s elteszem, bár ennyi maradjon, ha haza jönnek. Kutató pillantásokat vetettek egymásra, és bizonykodtak, hogy Isten látja a lelküket, megsiratták a sok gyönyörű vagyon, s igyekeztek menteni, amit lehetett. Ne bizony sok volt a gonosz ember, vaj, Verje meg az Isten őket, mert biztosan megveri. S lelkükön könnyíten jöttek az árulkodók. Jószupnál a tó mellett egy egész rakás ágy nemű van, meg ez meg minden. Tódor két öklöt most is magánál tart, azokkal szántott. Hát még Mitru, bútort is vitetett magának, tehenet, gabonát a pópával együtt. Hát a pópa, meg kell csak nézni a házát, csak a pajtáját. A nemzetes asszony ott ült a tornác előtt, a ragyogó hideg napsütésben, és könyvbe jegyezte a bemondott neveket. Könyvbe jegyezte az elhozott holmit is, sorra lehordott mindenkit. – Hitványok! – pattogott rájuk. – Ezért gyógyítottalak benneteket? – Azért segítettelek? – Te vasszi, te! – Hát ez volt a hála, amért kikuráltam a fiadat, te tódor! – Ezért gondoztalak, mikor rád esett a szekér? – Bárhagytalak volna minnyájátokat, hogy elpusztuljatok! – te te te! Hát ezért segítetted a -e krumplival, Máli listel, mikor nem volt, mit egyetek otthon? Ezért voltam jó szívvel hozzátok, kötél kellett volna nyakatokba, rabló nem jó szív. Az úr szívta pipáját hallgatott. Aztán idő múlva odaszólt Andrásnak. Fogd bé a bivajaidat a szekérbe, és gyere utánam a paphoz. Az oláhó kéhoz. Oda hát. Értem, és tálom. Mozogj! Karjára vette a fokost, és elindult a falu felé. A nemzetes asszony összehúzott szemmel nézett utána. Ha puskát nem viszi! Varjas István szakállas arcán gúnyos mosoly szaladt keresztül. Puskát! A pulc egeret nem puskával vadásszák, és ne várjon engem ebédre, lelkem, mert még a tanyára is kimegyek. Az asszony szeme egy rövid pillanatig aggodalommal nézett utána, de aztán újra megkeményedett. – Na, a híres lopók! – recsent az emberekre. – Mi van még nálatok? – De mindegy szádig megmondjátok, mert a bőrötök alól húzom ki, amit elloptatok. Varjas István lassú nyugodt léptekkel haladt lefelé a fák alatt. Nyugalmas természetét újra előcsalt a ragyogó napfény, mely csillogva záporozott. Egészséges hűvös levegő legyezte az arcát, a képet fák között cinkék csapatja szögdelt, és harkály kopogtatott. Régi őszök illata érzett, régi munkás őszöké. Élet és akarat acélos ízét érezte magában, ahogy lefelé haladt. A falu utcáját lent csatakos sár lepte. Így aztán egyenesen vette az utat a pap felé, parasz kerteken át. Az első embernek, aki riadta ráköszönt, köszönt, odavetette. Jártatok ti is eleget az enyimen. Most én járok a tieteken. Az ember dadogott valamit, és behúzódott a házba. Útját mindenütt agodalmas és figyelő arcok követték, és aki szembe találkozott vele, nagyot köszönt. Szinte nagyobbat, mint régen. A pupa szilvásán keresztül ereszked be a házhoz. Szép, nagy, szégles kőből épült ház volt, fekete zsindelytetővel, és a tető két végén kereszt mutatott föl az égre. Előtte is virágos kert, amit a novemberi esők sárgára áztattak. Az út felé palánk. Már messziről meglátta a szín alatt a fedeles hintót, s a mellette álló lószekér is ismerősnek tetszett. Ahogy elhaladt, benézett az istálóba. A szolga legény, aki éppen a lovakat takarította, ilyetében majdnem hanyatt esett. – Jól van, fiam, – szólt rá barátságosan, – csak takarítsd a lovaimat, ügyesen! A két sárga megismerte nyihogott, hozzájuk lépett, megsimogatta okos fejüket. Nem volt baj velük? Nem, kezi csókolom, tadogta megrettent legény. Hát a fecskével mit csináltatok? Azt elvitte kezi csókolom a doboi dászkál. Körülnézett a pajtában, meglátta a szögön a címeres hámokat. Hát ezeket miért nem takajutod rendesen, mi? Így kell kinézenek a hámok? Micsoda kocsis vagy te? A legény még jobban elverősödött. Most mindjárt rendbe teszem, uram. Varjas István, már akkor a ház felé tartott, ismert a járást. Kopogás nélkül lépett be, derűsen mosolyogva. Szerencsés jó reggel, tisztelendő uram! Nézd csak, nézd! Bizony jól tette, hogy idehozatta bútoraimat. Még valaki más kár tehetett volna bennük. Muresán Indrej, a púpa, riadtan, megzavarodva kelt föl a nagy tölgyfa íróasztal mellől. Lőszakálas arca szürke lett, mint a hamu. Középmagas, vékony emberke volt, ruhája kisé kopott és pecsétes. Külsejére soha nem helyezett különsebb gondot, pedig jó néhány éve pásztorolta már a vargyasi románokat, és a pásztorbér szép kis vagyonnál gyűlt, különösen az utolsó évben, mikor a szétszedett urasági istálók és a gazdátlan maradt földek szintén hozzájárultak ehhez a jámbor gyarapodáshoz. Ettől eltekintve istenfélős jámbor ember volt – Muresán Indrej került a perpatvart, és síveinek többnyire a békességről beszélt. Valahonnan a Naszóri hegyekből származott, onnan hozta a feleségét is, egy kis ideges apró asszonykát, aki minden dolgába beleszólt, és mindent jobban tudott. Indrej pópa ráhagyta, ha akart valamit, jól van, lelkem, legyen hát úgy. Síveire is ráhagyta, akartak valamit, jól van, fiaim, menjetek, csináljátok, segítsen meg az Isten. Így aztán gyakran hozta zavarba az Istent, mert olyan dolgokhoz is kérte a segítségét, amik nem éppen egyeztek a tíz parancsolattal. Szolga volt a jó Muresán Indrej. Nem csak az Úristen, hanem az emberek és az emberi indulatok rabszolgája is, mert nem szeretett soha ellent senkinek, és nem kíván többet, mint hogy neki is legyen valami haszna ebből a szolgaságból. Ha pedig valami baj történt, a felelősséget Istenre a legszívesebben, kegyes kéz között, vagy a sorsra, vagy legrosszabb esetben az emberekre, akik sokan vannak, és sokféle indulatok mozgatják őket. Mint ha csak otthon lennék, mutatott körbe Varjas István fokossával a nehéz butorokon, melyek raktárszerűen zsúfolták tele a kis alacsony szobát. Köszönöm, hogy ügyelt ezekre, meg a lovaimra. Mégiscsak sokat ér, ha az embernek sok figyelmes jó embere van maga körül. Egyébként a legénynek ott kint, Éppen most tartotta meg egy kis oskolát, hogy miképpen kell a hámokat takarítani. Muresán Indre csak állt hamúszínű arccal a kastélyból hozott nagy íróasztal mögött, és jó néhány másodpercig nem lelte hangját. Úgy érezte magát, mintha valami nagy kerék, valami sebesen forgó óriás kerék, mely elől ügyesen kitozott csúszni eddig, most szédítő sebessége rohanna felé, hogy eltapossa a felelősség. De csak egy-két másodpercig tartott, aztán megtalálta hirtelen a szavakat, amiket mondani kellett. Isten hozta méltóságos báró uramat! Görnyet meg hirtelen a gerincei, sovány, szürke madárarcát, erőltetett mosolyra torzította el. Már azt hittük, nem méltóztatik hazajönni soha, bizony ez a mai világ! Ja Istenem, Istenem, ez a mai zavaros világ! Az ember gondol mindenfélét! Vajrosi leült az egyik bőrszékbe, szép kellemesen elterpeszkedett, s csupa jó indulat és megértés volt az arca, hogy rábólogazott a pópa szavaira. Fontos, hogy helyesen és elkölcsösen gondolkozott a tisztelendő úr, s főképpen paphoz méltóan. Igyekezett a haramják kezéből kiragadni, amit lehetett. Szép és keresztény cselekedet volt. Indre egy pópa törzsölgette zavartan a kezét, de arcát már a visszanyert egyensúly megelégedett pirossága kezdte eltönteni. Hát kérem, kérem, ha az ember igyekszik megtenni, amit lehet, az ember igyekezik. Isten törvényei szerint az ő útjai járni, pedig jaj, kérem, nehéz a mai világban. Az embereknek elment az eszük, meg vannak zavarodva, mint a ördög szállta volna meg őket, tessék elhinni. Nem hallgatnak a papra, nem hallgatnak az Isten szavára, csak az ördög szavára. Kinyílt az ajtó, és berobbant rajta papné kicsi volt és duzzadt, haja borzas, keze konyhaszagú, apróságából és elhanyolcskoltságából csak két kicsattan a piros arca virított elő, de már pókhálót szőtt azokra is az idő. Olyan volt, mint egy megvénült, törpe bazsarózsa, melyet a vázából kilöktek, és ott hányódik a fal tövében a szemét között. Bár, úr, Isten hozta! Hát a kedves családja, a gyermekek jól vannak, ugye? Jaj, eszem a lelküket, de szépek lehetnek már. Felesége zajos hangjától, a pópa is feloldódott, irányt talált, amelybe bele lehet kapaszkodni. Bort hozott a pincéből, s úgy örvendett, mint a rég elhalt rokona érkezett volna meg, akitől szép vagyont örökölt. – Isten éltese, báró úr, sok évig! – Vajas István megkóstolta bort. – Rizling, – mondta mosrögva, – hat éves. – Ajtótól a harmadik hordó, ugye? Indre egy póparca, egy pillanatra elsötétedett a visszaemlékezéstől. De az asszony gyorsan kacagásba ölte a pillanat veszedelmét. Ne jól tudja, bár úr, hát bizony egy hordocskával, mi is gurítottunk magunknak, nem tagadjuk, kár lett volna a parasztoknak, kaptak úgyis eleget, Azért, papaz uram, majd leimádkozz az úristen, hogy ezt a kis bűnöcskét bizony, báró lelkem. Ha nem visszük el mi, elviszi más, olyan felfordás volt itt, hogy Isten őrizzen. Mi mondtuk eleget, ugye, Indrej? Vigyázzatok, emberek, ne raboljatok, ne égessetek, mert megver az Isten, de nem lehetett bírni velük. Mit csináltunk volna? Mentünk mi is velük, hogy bár valamit mentsünk, amit lehet. Szinte agyon verték az uramat miatta. Te is az urakkal tartasz, ezt kiabálták neki, ez bizony. Agyon akarták verni, és most még talán lesz is olyan, aki azt fogja mondani, hogy az uram vezette őket. Hitvány népez, ez olyan hitvány, még a kötter is kár lenne nekik. Folyt a papné szájából a beszéd, ömlött, mint az áradat, vége fogyhatatlanul, s a pópa buzgón bólogatott hozzá, töltögette a poharakat. Vagy István, meg csak ült a saját székén, a saját asztala mellett, fokosát térdére fektetve, s itt a saját borát a saját poharából és mosolygott magában csöndesen, és valami gúnyos keserűséggel az emberi gyarlóságok fölött. Közben megérkezett András a szekérrel, és a szekére mellett még néhány régi cseléd állott a magyarok közül. – Nem, kérem! – Tiltakozott a pap, mikor megtudta, hogy miről van szó. Nem, kérem, majd a saját szekereimben szállítok haza minden, én hoztam el, én viszem vissza. A vára úr szekereit is összeszedjük a faluból, és az állatokból is azt, amiről tudjuk, hogy hol van. Csak tessék megmondani, hogy hova vigyük. Rövid, kellemetlen csend lett. A csend mögött szinte hallatszott az égőkastély gerendájnak ropogása. mint hallották. A pap és a papné, a béres és András, meg a többiek. Borzongató volt, és veszedelemtől terhes. Csak Varjas István mosolygott csöndesen, Bólogatott, jól van, mondotta, jól van. Még maradhatnak itt, hiszen jó helyt vannak. Egyenre úgy sincs hová vinni őket. Ó, Istenem, hát méltóztassanak addig idejönni hozzánk, csöpögött a méz a kis duzzadt papnéból. Tessék megtisztelni a házunkat, na, úgy lesznek, mint otthon. Varjosi mosolyogott, bólogatott, megköszönt a sok szívességet, aztán begombolta a zsinoros dolmányát, és indulni készült. Még egy pohár bor tessék, még csak egy pohárral. Az is megvolt. Az udvaron magához intette Andrást. Mit rúhoz megyünk? A pumpa és a felesége összenéztek. Majd mi eligazítjuk, ne tessék fáradni, kezdte az asszony. De varjasi legyintett. Jobb lesz, ha magam. Megigazította balkarját a kötésben, és jobbjában az otromba fokossal elindult Mitruék felé. A pap és a papné besúvattak a házba. Csikorgott a bivajos szekér a sáros úton, az emberek némán mentek mögötte. Varjosi újra csak a kerítések között a rövid úton. Nagy kövér, kékre festett házban lakott Mitru, olyan forma volt az a ház, mint egy nagy, túlhizott béka, mely addig habzsolt a földet, amíg ellomult, és szétfeszült tőle, és guvat szemmel gugolt a széles udvar végében. Jó kövér, széles ember volt a gazdája is, csak úgy renget a hasa, a cseptár alatt. Első juhos gazda faluban, hatökrös gazda, olyan, amelyik cselédet tart, kalákát hív, aratáskos, káromkodik, ha a béres a járandóságát követeli. Ott állt az ajtó előtt, mikor Varjas István az udvarra lépett. Nem köszönt, csak állt, és két ökle a tűzőjébe furva, zsíros kerek képéből apró szemek sunyítottak a belépő felé. Varjas István épp kezében a fokossal egyenesen feléje tartott. Hozzád jöttem, Mitru. Ha miért? A holmi után, ami nálad van. Ha? Az ökrek után. Itt nincsen semmid. Összevillant a szemük. Az új kék szeme, mint két éles acél és az emberé, mint méregbe mártott vasvilla. Meglátom mindjárt. Nincs mit meglássál. Eredj az útból. Eredj te! Egy pillanatig sötéten, és mozdulaton álltak egymással szem közt. A bivaj már a kapuban csikorgott. Kíváncsi fejek figyeltek a pajta ajtajából, a házablakából, a kerítés mellől. Miféle ökrök vannak a pajtádban? ru? Mi dolgod velük? Add vissza őket szép szerivel, Mitru. És mindent, amit loptál. Ha nem? Ha nem? Mitru beúzta nyakát, fejét előre dűtötte, szeme gonoszul összeszűkült. Két öklét kivette a tyüsszőből, és jobb keze a villa után nyúlt, mely a fal mellett állott. Ha nem? Mi? Mi lesz akkor? Letőtt már az idő. Domnule, ma nem az urak a magyar urak, Ma más az úr, he, elég innen! De már akkor az úr hátralépett egyet, épp jobb kezében meglendült a fokos, baltás végével elő magasan a levegőbe emelkedett, aztán lezudult Mitrura. Az ember magáé kapta karját, és a villát is emelte hirtelen, s így első ütés találta. A második már a füle mögött, s úgy dűlt el szó nélkül, mint egy fűrészporral tömött kövér szalmazsák. A házból asszony nép el és sikoltozva, a pajta felül villáva rohant egy legény, de Varjas István nem törődött velük. Átlépett a fekvő emberem, kinek fejéből fekete vérszivárgott, félrelökött egy asszonyt és belépett a házba. Kint összefutottak a szomszédok. Az asszonyok mitrut locsolták jaj veszékelve, a férfiak káromkodtak és kapkodtak karó után, villa után. És András szekere akkor dödszent be az útra nyíló kapun. Mellette magyarok, kipróbált régi cselédek. A közeli házakba is jöttek futva néhányan magyarok, s oda gyűltek Andrásék köré. Sötéten és szótlan álltak meg az udvar közepén, s nézték a románokat. Ettől a nézéstől a románok is elcsöndesedtek. Már nem káromkodtak tovább. Áltak ők is a ház fala mellett, botra, villára támaszkodva, és nézték Mitrut, akit akkor emeltek föl a földről, és száján és fülén és orrán sűrű fekete vér ömlött. Baris István újra megjelent az ajtóban. Kezében súlyos ezüst serleget hozott. Szeme acélosan villant végig az összegyűlt embereken. Korátor! Hangja keményen csattant, és magyarok csoportjából kivált egy őszhajú alacsony ember. Itt a templomi kehely, vegye általkent! Ti meg gyertek néhányan, hordjátok szekére ismét a holmit. Négy legény elindult az udvaron át, csönd volt, csak a négy legény csizmája döngött a vert agyakföldön és ekkor a kerítés mellett egy hosszú olá elordította magát. – Gyertek, hé, üssük agyon őket! De senki sem felelt az ordításra. A négy legény megállt. Csönd volt. Vares István összehúzott szemmel, s kemény hangon szólott a kiabálóra, kezében baltás végével lefele a fokos. – Ne ott a kerítés tövében bőgjél, bitang, ide gyere! A hosszú olá körülnézett, aztán elverősödve morgott valamit. Gyorsan megfordult, s eltűnt a szomszéd kertben. A négy legény feltúrta a házat egészen a padlás tetejéig, bútort, ezüstholmit, holmit, lószerszámot, vadászfegyvert, asztali ruhát, ágynemics, minden urasági holmit, amit találtak, szekére hordták. Szó sem esett közben. A szomszédok hazausontak, a béreslegény hallgatva állt a pajta mellett, és nézte a hurcolkodást. Csak az asszonyok jajgattak Mitru körül. Baryos István benézett a színbe, a pajtába mindenüvé rendelkezett. – Pista fiam, jármozd fel a jámbort és a pajkost, s fogd be abba a túlsó szekérbe, abban amelyik az enyém. A másik két ökröt, s a tehenet hajtsátok utánunk. – Ott né, azt a két ekét is tett fölfelé, fiam, meg azt a boronát. – Né, a hambárban, ez mind urodalmi zsák. Töltsétek meg őket gabonával, mert egyszer nem üresen kerültek ide. Az egyik legény szép, hosszú csövű. Lázárönyt hozott ki a házból. – Az ágy alatt találtuk, – jelentette vigyorogva. – Egy zacskó por is vagyon hozzá, meg golyóbb is. – Láma szarka, hova rakja a fészkét? – Apám puskája volt, Isten a bitangjának. Színyültig állt a két szekér, rablott holmival, mikor elindultak velük. De talpalatnyi hely a házban, s ház körül, dúlatlan nem maradt. Előment a két szekér, mögöttük hajtották a három marhát. Varjasi István leghátul maradt, vállán a fényes csövő Lazaroni, kezében a fokos, a kaputól még visszafordult, Mitrut akkor vitték be néhányan a házba. Az udvaron csak két, kozsókos, hosszú hajú vénolá maradt. Néztek egymásra, aztán meglátták az urat, hogy feléig figyel. – Úgy kell neki? – mondott az egyik jó hangosan, hogy hallani lehessen. – Bár pusztulna bele! Nem kár az ilyen rabló az emberért. Az egész falut megrontja az ilyen. Ti! Tódította a másik, és nagyot köpött. Verje meg az Isten az ilyen tolvajokat! Vagyis Isten elmosolyodott a szakála között, kicsit gúnyosan, kicsit szomorúan, aztán megfordult, és indult a szekerek után. A harmadik háznál már útját állt egy ember alázatosan, levet kocsmával. Mariász a drága! Nálam is vannak kisebb dolgok, az ördög elvett az eszemet nekem is. Nem is tudtam aludni miatta, úgy nyomta lelkemet. Felviszem én mind a magam szekerével. Csak gyere, néz meg, Mariassa, hogy nem lottunk el belőle semmit, úgy segítsen meg a dumnyező engem. Az úr bólintott. Jó, hoz fel estére, Mihályhoz. Azzal ment tovább. Aztán mások szaladtak utána. Maria, ez a drága, nálam is vannak, bocsáss meg nekem. De ez a Mítrú, ez az ördög elvette az eszemet. Hogy süllyednál a pokolba, mocskos? De száradjon le a kezem, és ne lássam a gyermekeimet többet, ha valamit is megtartok magamnak belőle. Az úr bólogatott. Jó, jó, mondotta, hozzátok szépen el. Nem lesz semmi baj. És az emberek hálálkodtak, megköszönték, kezet csókoltak. És olyanok lettek, mint a gyermek, mikor megszabadul a büntetéstől és a rossz cselekedet nyomasztó érzéseitől. Vajasi István visszament a pópához, megnyergelt az egyik sárgát, és kilovagolt vele a tanyára. Késő délután lett, mire visszakerült onnan. Az ég alja piros volt, mintha vért öntöttek volna végig rajta, és vékony északi szél borzolt a fákat. A bucsiák vize már kérgesedni kezdett a hidegtől. Holnap kiköltözünk a tanyára, mondott a feleségének, mikor a lóról leszállt, Skantárt kantárt Mihálynak adta, hogy vezesse le a lovat a pópa istálójába. A tanyára költözünk, ismételte, és az asszony szemébe nézett, komolyan bíztatva. A házot kint elég jó, három szobájában egyenre elférünk valahogy. Az istáló is ép, és a takarmány kazlakba gyűjtve. Az asszony szürke szeme csodálkozva nézett vissza rá. Hogyan lehet az, a tanyára a pópa számított, ezért ilyenek az emberek, mink a lelkem. Acélosan villantak az asszony szemei, keskeny arca megkeményedett. Úgy, hát a pópa, megint a pópa. Sangja olyan volt, mint az ostori, mikor megsúhog valaki fölött. Varjas István pedig mosolyogott derűsen, fokosát a fal mellé lökte, puskát szögre akasztotta, és épp jobb karjával vidáma megölelte Máriskót a kemence mellett. Mi a márisko? Kész a vacsora? Az asszony még kint maradt az udvaron, és a tanya felé nézett át a völgyön a tó felé, pedig nem is láthatott odáig. Fáradt volt, de nem akarta érezni. Tudta, hogy ami most elkezdődik, ahhoz erő és kitartás és könyörtelen szorgalom, otthont kell alapítani, kezdeni mindent előről, olyan előről, mint hogy azt valamikor az ükapák és ükanyák kezdhették, vagy még azoknak is ükapjuk és ükanyjuk, a legelső ősök, akik sok száz évvel ezelőtt először jöttek erre a földre otthont és hazát teremteni. Munkához nőtt már gyermekkorától, dologtalan élete sohasem volt. Asszonynak, anyának dologtalan élete nem lehet, de tudta, hogy ami most kezdődik, az másféle munka lesz, kicsit olyan, mint az ősöké, akik otthont alapítani jöttek, évszázadokra szóló otthont, hazát, ahol gyermekék és unokáik élhetnek majd boldogan és gondtalanul. És ez az otthon, az új otthon, az új évszázadokra szóló, az tehát a tanya lesz. Az ura mondta így, ez a nyugodt kicsit könnyelmű, de komoly és biztos lépésű ember, akihez az életét kötötte. Azt mondta, hogy a tanyára költöznek, tehát a tanya lesz az otthon. Az új otthon, a gyermekek és unokák otthona, honnan majd új és új, gazdag évszázadok kell kiviruljanak. Az asszony a keskeny arcú, szigorú szájú asszony, ott kint az udvaron, ahogy egymagában állt, tudomásul vette ezt, és elfogadta otthonnak a tanyát, és már munkába is állt. Már felidézte képzeletében a kis tanyai házat, melyet csak úgy látott néha felületesen, az udvart és az istálót, és emlékezett egy nagy diófára is, amelyik az udvaron állt, és nyáron árnyékot adott a napszámosoknak. Már rendezkedett a házban és a ház körül, már számolt és tervezett, hogy miképpen lesz, mire telik, mire nem telik, mi a legszükségesebb. Elkapta lelkét az alapítás láza. Ez a furcsa, ideges és forró fergeteg, a fecskét is elfogja, mikor tengeren túli útról hazatérve meglátja az ismerős vidéket. Érezte, hogy ami előtte áll, az hosszú és nehéz út lesz, de tudta azt is, hogy lesz ereje ehhez az úthoz. Mert akivel indult ennek az életnek, azt maga választotta. És az asszony útja, az ura mellett halad könnyű és nehéz időkben egyaránt. Három. A tanya, ahová másnap a hurcolgodás megindult, egy távolabbi völgykatlan gödrének oldalában feküdt, a tó túlsó partján. Előbb meg kell kerülni a nádast, kátyus, gübbedős dülőúton, és ahol a tó nyílt vize kezdődött, keskeny a berek mellett feltérni jobbra a hegyoldalnak. Így egy idei kaszálok közt vezetett az út, forrásos, vizenyős helyeken, majd a kaszáló füvét szántóföld váltotta föl, s ott az út már emelkedni kezdett, hogy kökény bokroktól szegélyezetten csak hamar a tanya kis fensikjára érjen. A tanya már a tóról is látszott, fekete zsindei födelével, kopott, vakolatlan istálójával, és az öreg diófa széles ágaira pihenni térő varjak már a völgy túlsó oldaláról egyenesen vették az irányt. Szőke Gyuri, a tanyás, lógó orral fogadta az embereket. Az ő megállapodása pópával, Másképpen szólott, és most rossz kedven ki a szép tágas lakásból. A szekerekre, melyek az összegyűjtött urasági bútort hozták, a magáét rakhatta vissza, hogy vigyék ki a torrigeti hajtóházhoz, mely esztendei már üresen állott. A tanyai házban a nemzetes asszony kapitánykodott. Asszonyok surulták a belső szoba, pádiumentumát, és a falat meszelték. A két külső szoba agyakpadlóját két cigány döngölte, ingújra vetközve, s a harmadik cigány a kemencéket rakta át. Bírtalan Ádám, a faragó ember, az ajtókat ablakokat javította, ócska deszkával, ahogy lehetett. Mindenki dolgozott, aki csak arra tévedt, mert a nemzetes asszony szeme nem tűrt meg lustálkodót. Fogd meg azt a csebrette legény! Mit ászott, mint egy faragott szent? Hát te, András! Ha segítenél neki, letörne a kezed? Zsófi fiam, ne úgy húzgáld a meszelőt, mint a macskák orrát hanem húz végig bátran. Lentről föl egy vonással, akkor nem lesz foltos ez a fal, mint az öreg anyád surca. Na, nászta, na! Súrold már azt a padlót szaporán. Hadd most a legényeket a keserűségbe. Nem lesz te készen egy esztendő alatt, ha így dobjátok a napot? Hát, maga öreg mit állottan. Nincs semmi dolga. Várja az urat. Az úr most oda van, de ha hazakerül mindjárt. Addig is csak kapja föl azt a lapátot, s le a szekéről a vályogot. Ha elvégezte, forduljon egyet, s hozzon még onnan né, a martból. Addigra hazajön az úr, beszélhet vele. Keményen dolgozott ő maga is. Seprült, suruló rongyot, messzelőtt markolt keskeny keze, mely csak egyetlen ékszer díszített. A súlyos, széles, arany gyűrű. Vége az első kazett a második sávjának. Vas Albert, mire a fák megnőnek? Második a első sáv. Az otthon, a munka, a család és a kötelesség szimbóluma, ez a komoly és tiszteltre méltó formájú gyűrű, mely azóta átengedte helyét vékony cifrálkodó kis karikagyűrűknek, játékosoknak, mint hogy a komoly, kötelességtudó családanyák is átadták helyüket lassacskán másféle asszonyoknak. Még fent a tanyán nagy csürgés forgás alatt égett a föld, az úr az alatt ott ült a nádas között, kurt a s leste a vadrucákat. Ő ült a csolnak egyik végében, s térdén keresztben a puska. Mózsi Bá a másik végében, s kezében a toszogató rúd. A sáté éles levelei sárgán kornyadoztak, s a nád között csak a szél zizzent néha. Dörmögbe beszélgettek. Megfogyatkoztak instálom a rucák is, akár a tisztességes emberek. Bologatott gondterhelt ráncos vint fejével Mózsi Elhorta őket ez a keserves idő, Hát Bíza Mózsi, ides tova tél lesz. Az hát, az. Sajon, hova érkezik a világ? Mózsi bá ott jobbágykodott egész életében a tó körül, halászott és figyelt az időjárás, hogy váltakozza fordult jóra, rosszra. Öreg ember volt már, időt töltött ember, hajlott hátú, barázás ábrázatú, deresfejű, lógó bajuszú. Két cserzett ökrén is ráncokat vetett már a bőr. Sok munka és vesződés pihen meghúzódva azokban a ráncokban, és sok eltöltött idő. Ház ott volt a tópartján, magányos ház, vályokból épült. Nádfüdelét gyom nőtte már, s moha. ajtaja madzagra járt, s bent hálók, varsák, horgok, s egyéb halászó szerszámos sorakoztak, s a kemence mellett szalmából készült, bundával letakart fekvőhely, magányos vénembernek való. Egyedül élt ott, asszonya meghalt régen, két fő eltűnt a háború véres zűrzavarában, csak a lánya élt, meg a veje, meg azoknak a gyermekei bent a faluban, de ritkán jártak hozzá, csak ha kellett valami hal, vagy a pajta födeléhez nád. És az öreg Mózsi őrizta tavat. Kiült a ház napos délutánokon, és nézte kis szemeivel a csillogó vizet, a lomhán hullámzó nádast, vagy kis rozog a csolnakán a vészákat jártas, néha megállt kezében a rúd, és csak állt a csolnakban, most nézett valamerre, felakadt szemmel, valamerre messze be a nácsűrűje közé, vagy messze el a tó csillogva fodrozoló vizén, valamerre messze, Isten tudja hova, amerre a szelek az idők mennek egyre, egyre, csak mennek, s lassan elviszik magukkal az életet is. Csak járt a tavat és halászott, s figyelt az időjárás, hogy váltakozva fordult. Úgy figyelgette onnan messziről az embereket is, ahogy váltakozva fordultak erre, arra, s hullámzott fölöttök is, és bennük is a jó s a rossz, mint ahogy a tó fölött s a világ fölött hullámzik az idő. Ültek, várták a rucákat, és beszéltek halkan. Szóba került a kastély, és mindaz, ami történt. Engedelemmel legyen mondva, dörmögte Mózsibá. A kasznár úr is kicsikét hibás volt, mert az emberek akkoriban megbolondultak, s azt kiabálták, hogy ezentúl mindenki egyenlő az urakkal. Bolondas gyermekkel másképpen szokás beszélni. És ezt a kasznár úr nem akarta tudni, megbotoztatta Mitrut, a pópát is meg akarta veretni, azt üzente neki, lelövi. Rámentek, leütötték, azt mondják, a pópa maga ütötte belé az első bicskát, amikor elevenen a nyúzásához fogtak. Olyan ordítás volt, hogy idáig hallatszott. Aztán csak láttam a füstöt fölemelkedne a fák közül. S utána a lángok is látszottak. Még négy napra is rá füstölt. Bolondok az emberek, nemzetes uram. Isten irgalmazzon nekik. Azt mondják, nem jobb ágyok többé. Szabad emberek. Szabadak. Lehet, a szegény ember szabad. A szegény embernek dolgozni kell, vetni, szántani kell, kapálni kell. Nem érkezik úgysem a szabadságra. Amíg az uraság földjét kapálták, nem volt gondjuk jégre, szárasságra. Hanem termett gabona volt az uraság csűrjében. Most az uraságnak nincsen, nekik sincsen. Ha elveri őket a jég, mehetnek kódulni szert az országban. Bolondok az emberek, nemzetes uram, bizony bolondok. Fehér nyakú, vándor része csapódott le a vízre. Fejét magosan tartotta, óvatosan, bizalmatlan figyelt a nád felé. Az úr fél kézzel lassan fölemelt a puskát. A lövés nagyot dörrent, vastag füst lepte el a tocsogót. A csónak is megingott. – Azt hiszem, megvan – dörmögte Mózsibá. – Nem hallám elszállni. Még várták a füstöt, hogy szétoszoljon, az úr elővette a lőporos tömlőcs, újra töltötte a fegyvert. Kótszal jól bedögönyözte, majd göbecset töltött rá, s kótszal verte le azt is. Aztán gyutacsot rakott a csicsre, s a kakast is fölhúzta megint. – Ott van, ni! – mutatott Mozsibá felcsillanó szemmel a tocsogó sarkába, hol vízdemerült fejjel lebegett a tarka teste. A nádas közül s a tó nyílt vízéről csapatostól keltek fel a récék, s a lövéstől megriadva keringtek. Egy csapat egészen közel húzott át fölöttük. Gyors szárnyú, fütyülő récék voltak. Az új hirtelen fölkapta a puskát, és oda gyújtott. Nem esett egy sem, állapította meg Mózsibá, mikor a füst eloszlott, s a vizet kereken kémlelték. Fékézzel, Bajos is! Varjas István mosolyogva töltötte újra puskát. Megelégedett puha érzések tapogatták végig a lelkét, régi emlékek keltek életre, régi kacsázások emlékei, és nem szomorú emlékek voltak, mint azok a másikok ott fent, a lerombolt kastély körül. Mert a tó olyan volt most is, mint akkor régen, mint a gyermekkor messze tűnt éveiben, úgy fodrozódott a víz, úgy zizegett a nádas, és az arcába csapódó szélnek ugyanaz a friss tószaga volt. Így semmi sem változott, és ez a változatlanság olyan volt számára a megbojdult világ közepén, mint egy kis darab szilár lelki termőföld, melybe a gondolata és érzései gyökeret ereszthettek, s tele szívhatták magukat erővel, bátorsággal és nyugalommal az előről kezdés nagy erőfeszítéseihez. Mehetünk haza, Mózsi! Van még dolog más is! Az öreg ember kezében megfeszült a rúd, s a lapos fenekű csólna kibújt a sásból. Főszedték az elesett rúcát, s fordultak. A délutáni nap hideg fénye csillanva törött ezer éles szilánkra a víz borzolt fodrain. A szemközi oldal juhok kolompja szólott, ahogy a sanyargatott fű torzsáját rágták. – Na, Isten áldja, Mózsi, aztán figyeld a vidrákat, mert teli holdra lejövök. Hogy puskával a vállán a tanyának tartott, és a kezében lévő vadrucát szemlélte, nem gondolt rosszra, bajra, nyomorúságra, nem gondolt semmire csak mosolygott békésen és megelégedetten. A kaszáló szélén, ahol a szántók kezdődtek, megállt. Nézte a tanyát, mely fentült a dombon, szépen és egyszerűen, szelide, mint a földdel bajlódó ember, mikor megáll a tábla szélében pihenni. Nézte, és egyszerre olyan érzése lett, mint a rátalált volna valamire, ami az utóbbi napok és utóbbi hetek és utóbbi hónapok izgalmai és szomorúságai, csalódása és bujkáló keserűségei között rettenetesen hiányzott. Valamire, amire az ember azt mondhatja, ennyi, és ettől az érzéstől valami a szíve tájékán melegedni kezdett. Megrakott szekerek csikorogtak fölfelé a dombon, a pópa szekerei. Butorokat hoztak, hámokat, hintót és mindenféle egyebet. Mitru még félrebeszél, jelentette fent az udvaron vigyorogva egy legés hozzátette. Bár dögölne meg! Sokan voltak ott emberek, és amikor meglátták az urat, mint szidni kezdték Mitrut. Az úr csak mosolygott, és a rúcát meg a fegyvert felakasztott a diófára. Ha az udvar olyan volt, mint a tatárok dulták volna meg, szekerek, bútorok, hordók és csebrek hányottak szanaszét a ház előtt, s a nemzetes asszony szava csattant élesen a tisztára messzelt falak között. Varjas István pedig félreállt, és a földeket nézte, amik a tanyához tartoztak. Kopárnak látszó elhanyagolt földek voltak, de tudta, hogy csak az ősz lelketlensége az, ami ilyennek mutatja őket. A kopárság alatt zsíros, fekete húmus szunnyad, készen arra, hogy életté szökkenjen, megsegítse azt, aki szeretettel nyúl hozzá. Szép lankásra nyúltak azok a szántóföldek végig a domboldalon, és át a dombon is, fel a gerincig, és le egészen a kaszálóig. És a kaszáló is hozzájuk tartozott, és a tó is. És túl a tavon, a széles, legelő oldal, melyről juhok hallatszik, mikor a szél egy-egy fosztányit elhoz magával. Az emberek sorra odajöttek hozzá. Én bevetettem búzával öt holdat a lábban, úgy gondoltam, nem maradjon pusztán. Mi legyen vele? Learatott felébe, fiam. Én megszántottam három és fél holdat a Jószupé mellett. Jöttek az esők, s nem tudtam bevetni. Málét teszel belé a tavasszal, fiam, s kapálod felébe. A berek melletti kaszálót mihortuk haza négyen. Nem volt ki megdésmája. Ha lehull a hó, felhordod ide a felét. Megértettük, Instálom? és az újra rendezett békesség megnőtt az emberek lelkében. Dús nyugalommal borította őket, mint a jól végzett munka. Mind könnyűeknek érezték magukat, mind mosolyogtak, szaladva engedelmeskedtek a nemzetes asszony pihenés nem tűrő parancsainak. – Eredj, Josszif, oda! Szaladjon öreg a cseber után! Na, még egy vedel vizet szuszánának! Estére készen volt a ház. A kemencékben lobogott a tűz, az összeszedett bútor idegenkedve bár, de valahogy meglelt a helyét, és még egy-egy előkerült kép is jutott a falakra. Ruhás szekrényekben ül, polcos szekrényben asztali holmi. A lakás kezdett alakot ölteni. Napnyugtakor, midőn a sár már keményedett, s a hideg kék égről tiszta fagyos szaggal aláereszkedt a szürkület, a nemzetes asszony már az istálat mustrálta, s a könyvbe. Nyolc ökör, két tehén, egyik borjadzó, másik fejős, két ló, tizenhat juh, egy berbécs, két kocsa pópától, nézd a gyalázatosat, magnak tartotta volna. Bezzeg a többit, mint megették, hogy óvadnak ki a szemük. Aztán a szín következett. Szűk, düledező födele alatt alig lehetett rendet csinálni. Két ökörszekér, egy ökörszán, egy lószekér. Felhérce hiányzik, egy hintó, egy szánkó, három meke, két borona, végül a rozog a deszka a hombárokkal. Alig volt valami bennük. Tizenkét zsák búza, tizenhat zsák, török búza, ez mindattól a gazember mit rutol. Hát a csős török búzával mi lett, amit az őszön szedtetek le, mi? Behozzátok a felét. Három zsák zab, ennek is járhatok utána. Mihály, mert többnek kell lennie, búzának is. Egy pár véka, amit van, nem elég az aratásig. Álpat is akarok látni. Hát a kender, hát a napraforgó, hát a tökmag, hát a pityóka. A pityókát gyűjtsétek össze. Legalább hatvan vékát akarok látni belőle, s a majorság. Libák, rucák, tyúkok, pulykák. Ha nem hordjátok vissza magatoktól, én megyek utánok. Megismerem még a fazékban is, hogy melyik volt az enyém. Egy pár rezes hám, hát a többi. Két egyes, két négyes, és két pár igás hám. Mi? S a lovak, s a nyergek, Lovacs számot elvitték a kozákok instálom. Kozákok? Tűk voltatok azoknak a kozákoknak egyszer. Három kazasz szalma, két kazasz széna. Ez innét van a rétről. De én a széna is látni akarom. Vagy tán azt is a kozákok hordták el? Míg a nemzetes asszony kint perlekedett az Istála körül, az úr azalt a belső szobát nézte. A frissen messze szagú falak előtt, ott és idegenül álltak a régi bútorok. A barna gerendás alacsony mennyezet szinte nyomta őket. A sarokban egy nagy ruhás kosár állott, tele mindenféle holmival, odébe nyitott láda. Nehéz író íróasztalán, mely a poppától került elő, néhány apróságot rendezgetett. Egy régi papírvágókést, egy bronzból készült nyomtatót, egy fekvő agarat ábrázolt, kinyújtott nyelvel, egy kopott régi léniát sárga kalamárist, aztán horgas szeget a falba, kettőt is, és azokra akasztotta a dupla puskát, meg a lazarónit. Merék a fokost, vadásztarisznyát, lőporszarut, s odépa a falra megint két öreg pisztolyt. Aztán szemközt az író asztalal felagadta még apjának szakadozott képét, mert egy olászedett elő négyét hajlítva a tarsójából. Mikor mindezekkel készen volt, leült az öblös írószékbe, félkézzel kínlódva pipát tömött, s rácsiholta. Fújta a füstöt. A kemencében pattogott a rőzse, és a tűz meleg és a bodrosan szálló pipafüst füst lassan lenyomták, és megszerédítették a frissen meszelt falak idegen szagát. Fújta a füstöt, nézte, apja dísz magyaros szakadozott képét, nézte a puskákat, a lőporszarut, a kemenc ajtón kivillanó láng játékos fényét a padlón, s lassan úgy érezte, hogy hazaérkezett. Négy. Néhány napig játszadozott az idő, hajnalonként délre rémítgett a mezőket, de aztán kitűzte békeség céljából a napot, s igyekezett elhitetni a világgal, hogy nincsen még vége a nyárnak. Néhány napig játszadozott az idő aztán hirtelen elkomolyodott. Egy reggel a nap álmosan és fák között ébredt, s a dél ott maradt a földön. Vékony északi szér indult, csak pocsolyák kérge megvastagodott, s felszívta a vizet. Szürke göröngyé változott a sár, keményen koppant a lépés alatt, s a szekér dödszenve billegett az úton. A vadúszák fölkerekedtek, s ott hagyták a tavat, melynek széleit már bebőrözt a jég. A szélben hajladozva zizegett a nád, s hangja semmiben sem emlékeztetett a nyári esték Mózsi Mózsibá dologtalanul lézengett tóparti kunyójában, a vészákat már nem lehetett járni csolnakon, s a jég még gyönge volt. Ült egymagában a kemence mellett, s naposzat varsáit javítgatta, megfőzte a puliszkát, ahogy az magányos vénemberhez illett. A faluból néha eljött Jankó, a veje, egy alacsony görbe hátú, bizalmatlanul kis keszeg ember, és mielőtt a kerítésnek való veszőket nyeste, beszélt a világ dolgairól. Hogy a románok újra kezdenek mozgolódni. Mitru dolgában panaszra voltak a járásnál is, de kékesen idegen úr intéz az ügyeket, és a nyelvet sem érti, meg nem is sokat törődik velük. Becsirkának hívják, vagy így valahogyan az új királybírót, és a dohányt az orrába teszi egyenest, nem előbb a pipába, mint más rendes úrféle ember, és egy csodálkozik, hogy tőle, mint valami ló. A popa kétszer is jártott, nem tudni miféle dologban, de látták, amikor nevét valami írás alá tette. A dobóiak azt beszélik, hogy a pásztorái legelőtt maguknak tartják meg, mert az úrnak úgy sincsen marhája hozzá. A nemesek erdejéből is készülnek kihastani a darabot, és talán mennek a torligetre is, mint ahogy a múlt évben tették. Azt mondják, az urak már nem urak többé, és aki román lehet, azt tesz, amit akar, ha császár megígérte. Hallgatta Múzsi ezeket a beszédeket. Csóvágatta hozzák a fejét, és dörmögte csöndesen. Bolondok az emberek, bizony, bolondok! És a szeme ilyenkor messzire elnézett a tóra, ennek acélszínű némán küzdött az élesedő fagyjal. Halált és pusztulást érzett minden mindenfele. Halott nátkórok zizegtek a háza előtt, S a fűzek aggodalmasan hajtották meg fejüket az elmúlás szelei előtt. Halottak voltak kereken a mezők, kopottak is szürkék. Nem rebben pacsírta róluk, nem mozdult bogár. Csak a halál madarai, a varjak keringtek néha át átfelöttük. Éppen csak a tó élt még egy kicsit, éppen csak a tó szürke vize. Néha látni lehetett, amint bent ahova a jég még nem tudott elérni, a felfel -fel támadó északi szél nyomán haragos fodrok támadtak rajta, s a vágottak a koporsó falának. Mint az egész halni induló világnak, a lelke ott ült volna meg, abban a kis lázadozó víztükörben, mely küzd kétségbe a halál ellen utolsó erejéig. Aztán egy hajnalon halott volt a tó is, néma volt, s nem mozdult többet. Ha rátűzött a sápat, fényű nap olyan színe volt, mint a halott ember szemének. Nyárfák bozontos ágai köz zúgott a szél, és a fűzek néha felzokogta tőle éjszaka. Mózsibák kunyhoja ontotta a keseri füstöt, s ő maga a jeget próbálta, hogy mikor lehet már a vészákhoz menni. Aztán az is eljött. Kifaraghatta boltájával a léket, s vihetett halad föl a tanyára, hogy törlesztődjenek a köteles fontok. A tanyán már szigorkodott az újszülött rend. Soványka volt szegény, mint egy göthös kicsi borjú, de rend volt, mégis, valaminek az elindulása. Így kezdődött. Az istáló beállították szép rendbe a nyolc szökröt. a két tehenet, s odébb a két lovat. A két koca néhány napig szintén ott kellett hányodjon, amíg sikerült ólat fonni nekik fűszfa Az a néhány megkerült jó, a kazlak tövében éjszakázott. A nyolc ökör mellé két béres legényt fogadtak, s a lovak mellé ott volt András. A teheneket András felesége gondozta, aki a konyháról állt be, s így nem kellett az urának sem haza járni a faluba, hanem ott lakhatott a konyhán. A béres legények az istálaban aludtak, s ők látták el a juhokat is. Munkáikat hajnaltól estig a nemzetes asszony ügyelte. De tiszták is voltak az ökrök, meg a tehenek, s a lovak szőre is ragyogott. Ez volt az a kevés, amiből az új életnek indulnia kellett. Nehéz volt az indulás, mert ez az hiányzott, kevés volt a gabona, télre elvetett vetemény éppen semmi. A majorság és csupán, amit a falubeli asszonyok önként hoztak. Így aztán az étel sem volt nagyon változatos a tanyán. Pityóka leves, pityóka főzelék, száraz fuszújka, teljes puliszka. Hús csak akkor került az asztalra, a vadrucát vagy nyulat hozott az úr. Mert a majorság magnak kellett. Arra ügyelt a házasszonya, és a pénzre is, arra kevésre, amit Kolozsváról hoztak. Egyelőre csak ötven holdat tartottak meg gazdaságnak, a többit felosztották részesek között, akik felé beszántották. Búzát vetni késő volt már, és így amíg lehetett, szántottak tavasziak alá. Mikor pedig befagytak az ekék, hordani kezdték az erdőről a kerítésnek való veszőt, s a szerszámfát új pajta, és ház építéséhez. Így indult a tanya élete. Az istálót és a csűr kimeszelték, elhordták a szemetet, és egyszerre meglátszott, hogy az élet, amelyik onnan indul, nem a féle máról holnapra való, hanem komoly és szilárd alapokon nyugszik, és tiszteletet érdemel. A diófa is kihúzta magát. Ház mögött néhány elvadult szilvafát talált az úr, azokat megnyeste, törzsöket bemetszette, és így kertje is lett a pusztán álló háznak. Még kutya is került, és annak az úr maga ácsolt födelet ócska deszkából a konyhajtó mellett A kutya a régi tanyásé volt, szőke gyurié, és az elvitte volt magával, de a kutya néhány nap múlva visszajött magától. Választott szőke gyuri és a tanya között, és a tanyát választotta. Néhány napig ott nyüszkölt a ház körül, a nemzetes asszony sokszor próbálta elkergetni, de nem sikerült. Hol a szalmakazzalnál, hol a csűr eresze alatt, de valahol látni lehetett mindig, hogy behúzott farokkal bizalmatlan szemlélte az új gazdákat. Az odavetett puliszkát már a levegőben elkapta, de közel nem ment senkihez. Az úr néha ételt lökött neki, és pattintott az ujjával. A elkapta az ételt, és később a farkát is csóválta. A harmadik nap már oda ment hozzá, és elvette kezéből a vad része csontját. Burkus! pattintott neki az úr, és a kutya megcsóválta a farkát. Másnap már farkcsóvába fogadta, amikor kilépett a házból. Ezen a napon ácsolta meg a födelet a ház sarkában. Egy ócska lánccal meg is kötötte, és a kutya tűrte. Így kapcsolódott be Burkus a tanya életbe. Akkor már többé-kevésbe megkerült minden, aminek nyomára lehetett még akadni. A csűr üresen álló felében bútorok szorongtak egymás hegyén hátán, melyeknek már nem jutott hely a házban. Az ilyen volt. Kívül a tornác néhány korhat fáját kicserélték. ügyelve, hogy a vadszőlő felfutó bokrában kárt ne tegyenek. Ezt az úr kívánta így. A tornácra három lapos homokkő lépcső lehetett följutni, s lépcsővel szemben volt az ajtó a házba vezetett. A tornát nem ment egész kereken, csak a ház elejét díszítette hosszában végig. A külső szoba közepén kerek ebédlőasztal foglalta a helyet, négy egyszerű székkel. A fal mellett szekrények és egy nagy, tükrös pohárszék. A szekrényekben volt mindenféle asztal nemű, ágy nemű, sőt, ott voltak elhelyezve a ruhák is. A belső szobában, az ablak melletti sarokban, ahonnan látni a tornácot és az egész udvart, a nagy tölgyfa íróasztal állott. Szemben vele három súlyos barna bőrkaros szék, és egy kis antik asztalka könyvekkel virágvázával. A fal mellett könyves polc. Rötte lógtak szögre akasztva puskák, lőpor szaru, vadász tarisznya, és két öreg pisztoly. A kis asztal alatt régi kopott szőnyeg, és az íróasztal előtt vatkanbőr. A falon az öreg varjasi díszmagyaros képe, friss nyírfákból készített keretben, amit az úr maga faragott. A mellett, mint a külön szoba lett volna, állott a két ágy, és a két éjjel szekrény, mindegyiken egy-egy viaszgyertja. A két ágyat nehéz, sötét mintás terítő takarta, a kemence mellett széles olasz fal, mögötte a mosdó. Két ablaka volt a szobának, mind a kettő a tornásza nyílott, és sötétban a függönyök lógtak körülöttük. A harmadik szobában nyíló ajtó elé nagy szárnyos szekrényt állítottak. Az ajtó nem is látszott tőle. Ebben a szekrényben állottak az értékesebb dolgok, többek között a pénz is. A barna gerendás, alacsony mennyezetről rövid, horgas dróton, olajmécses csüngött. Az egyik padlódeszka mozgott a lépés alatt, még nem volt idő megjavítani, sőkét nem volt miből. A külső szoba döngölt agyak padlója, és sok gondot okozott, mert nem lehetett soha egészen tisztán tartani és a sepergetésnél, ha nem fröcsköltek rá rég vizet, sárga porral lepte be a bútorokat, s a pohárszéken álló porcelánt. De ezzel sem lehetett segíteni egyelőre. A konyhának külön kijárata volt a tornác végében, és onnan is három lapos homokköből készült lépcső vezetett le az udvarra. A konyhában széles kemence terpeszkedett, amit lai cigány épített ócska téglából, és sok szakértelemmel. A kemencéhez való vaslapokat úgy szedték össze innen-onnan, s ehhez mérten repedezettek is voltak, nem is egészen egymáshoz illők. De ezzel sem lehetett segíteni, és tűrni kellett a füstöt, ami néha az egész konyhát ellepte, és könnyet facsart az ember szeméből. A konyhában volt egy széles deszkaasztal, a falon polcok az edényeknek, és a deszkaasztal előtt egy hosszú pad. Volt még egy szekrény is, ami lakattal záródott, abban voltak a főzéshez szükséges, és nem romlandó holmik. fűszer és ilyesmi. A kulcs természetesen a nemzetes asszonynál állott, aki maga végezte a főzés elméleti részét, mivel az András feleségére mégsem lehetett rábízni mindent. A konyhában állott az Andrásig ágya is, és az ágy alatt a láda, amiben a változót és néhány apróságot őriztek. A konyha a is volt, aminek hátul a szilvafák felől nyílt az ajtaja. Szűk, kicsi pince volt, és egyenre egészen üres. Csak néhány zsák krumpli volt benne. A tanyai élet második hetében disznót is öltek. A disznót Kolosváról hozott pénzből vették, az egyik román gazdától, mert a pópától előkerült két koca magnak kellett maradjon. Kicsi disznó volt, nem túlságosan kövér, de éppen ezért elég olcsón adta román. A zsírt bödönbe rakták, és csűrbe záradt a nemzetes asszony, hogy hűvös helyen álljon. Onnan hozta be saját maga harmad naponként, fakanállal mérve a főzéshez valót. Sok nem kellett, mert Istennek hála, a két tehén jól adott tejet, és vaj, meg tejföl akadt mindig a háznál. Szalonna, kolbász, oldalas, haspecsenye a füstre került, drótra akasztva konyha fölötti padlás részben, ahol birtalan Ádám ócska deszkából valami füstölő félét mesterkedett, melyel azonban sok vesződtség volt, mert a nemzetes asszony szerint nagyon lassan füstölődtek ott a füstölni való disznóságok. Úgyhogy két sonkát el is vitetett Marcihoz, ahol a nád födél alatt alaposabban és gyorsabban készültek el. A padlás üres volt, mint néhány koszorú hagyma, és néhány véka passzúj szomorkodott benne, meg az utazó ládák és kosarak. Ezek is az egyik sarokba gyűjtve, mivel máshol lyukas volt a feketére vénül dzsindejtető, és a becsöpögő eső széles kövér foltokat áztatott a repedezett agyagon, amely a deszkázatot borította. Helyenként a víz a szobák mennyezetén is átszivárgott, így a külső szobában éppen az ajtó fölött a belső szobában pedig valahol, ahol a székek álltak. Bár esős időben, állakat és egyéb edényeket állítottak föl a padlásnak ezekre a helyeire, mégis előfordult, hogy a szobában valakinek váratlan víz csöppent a nyakába. Ilyenkor fölnéztek a mennyezetre, ahol már új vízcsepp készülődött, s félrehúzták a székeket. A nemzetes asszony bosszusra morgott magában valamit, az úr pedig hirtelen pillantást vetett a puskák felé, majd az íróasztalra, nehogy azok is megázzanak. Aztán összenéztek, és vidáman elmosolyodtak saját nyomorúságukon. Minden jó lett volna, csak éppen egy ló hiányzott még nagyon-nagyon az istállóból. A fecske. A kedvenc hátiló. Marjas István csikókorától nevelte, maga szokta a nyereg alá, s bár lovon vonult be Kolozsvárra annak idején, a honvéd zászló alá, Külön azért nem vitte magával a fecskét, nehogy valami baj érje a háborúban. És a fecske ott volt még mindig a dobói dászkánál. Három cipet nyit is küldött már utána, barátságos üzenettel, de a dászkál még csak nem is üzent vissza semmit, pedig az aló nagyon hiányzott. Vége a második kazetta első sávjának. Második kazetta, második sáv. Így aztán egy hószagú, hideg reggelen az úr maga indult érette. Borús volt az ég, a levegő nyírkos és hideg, északi szél rezegtette az öreg diófágait. Télnek, hónak és fagynak szaga érzett. Csak a fokosát vitte, és felkötött karjával, vígan fütyörészve, legényes jókedvel ment át a tójegén. Megnézte a mózsibá vészáit, az öreggel is váltott néhány szót, aztán csak lépni kezdte kifelé a hegyet, amelyre rövidebb volt dobói felé. Pókháló ezüstözte mezőket, fagyott kukorica tarlokon, ördögszekereket űzött a szél, és a kökény bokrokon mozdulatlan sármányok gubbasztottak. Olyan volt az idő éppen, mint a világ örömeit temették volna, sötét szürke, kopott felhőkoporsóban a dombok fölött. Írgalmatlan csúnya, omlásos meredek hegyoldalak között Rejtőzköd doboly a falu. A völgy, amelybe valamikor beletévedt, úgy szorította be a sárga hegyomlások közé, hogy lélegzen is alig tudott. Kényában összepréselőtt házai egymásra torlódtak, utcái meggörbültek, és az egész falu olyan volt, mint egy rakás, gyűlölet és keserűség. Semmi egyenes nem volt benne, sem az utcái, sem a patak, sem a házak, egymásra fonódó vonala, sem a kertek iránya, sem a kerítések. Semmi nyílt nem volt benne. Az utcai folytosan bujkáltak önmaguk elől. A pataki, a martok, fűzfák, házfalak alatt csavargott, házak súnyén félrefordultak egymástól, és még a templomra sem nézett fel egyik sem, pedig ebből kettő is jutott a falunak. Egy fehére messzert bádok tetős, a magyaroké, szemköz szemközt vele egy alacsony, ugrásra készülődő, fából való, a románoké. Semmi tiszta nem volt abban a faluban. Az utat, mely a keskeny völgyön át odáig vezetett, alig lehetett megkülönböztetni a szűkére fagyott szántóföldektől. Házak színe foltos kék volt, vagy földszerű sárga, vagy piszkosan fehér. Még a tetők is olyanok voltak, mint a szutykos pipaléval öntötték volna le őket. S a fatemplom keresztjén és a bádoktorony buzogányán varjak küldtek mozdulatlanul, mintha valami nagy légy piszkolta volna oda őket, hogy még a templomok sem maradjanak tisztán. Semmi tiszta nem volt abban a faluban, semmi nyílt, semmi egyenes, semmi barátságos, semmi bíztató. Ahogy Varjas István megállt fölött a hegytetőn, s lenézett rá, olyan volt éppen a sok össze-vissza préselt ház, udvar, kert, mint egy rakás mogorva harapos vén kuvaszt, szűk ketrezbe szorítottak volna össze a síntérek. No, falu, benned se laknék, gondolta onnan fentről. Ez a gondolat egyszerűen nagyon ismerősnek tetszett. Eszébe jutott, hogy régen is gyerekkorában ez a gondolat villant a fején, valahányszor a falu fölött ellavagolt, és egy pillanatra lenézett a katlamba. Még az is eszébe jutott, hogy olyan éppen az a falu, mint a rossz kell, és a gonoszság lakozna benne párosan. Görbe tekintet és ráncos, görnyet és ferdeképű, mint a gyomorbajos ember. Sovány falunak látszott onnan fentről, soványnak és harapósnak. A falun kívül a hegy oldalában elhagyott major látszott. Néhány magányos istálú, egy bedölt tetejű zsellérház, fölötte szőlőhegy, széliben néhány csupasz véndiófa. Olyan volt az egész, hogy messziről ásított róla az árvaság. Ez a puszta majoróz ereszkedett le Varjas István. A szőlőn keresztül a karók között, bizony, azon is látszott a gazdátlanság. A karók egy része ellopva, egy része kidülve, a tőkék nyesetlenek, takaratlanok. Szalmást, rágyát kellene hordani rájuk, ha már leföldeni késő, mert elfagynak. Erős lesz a tél, és a hó nem hull hamarosan, csak ne lenne olyan messze a tanyától. Lakarta fejét, hogy nem jutott hamarabb az eszébe a dobói szőlő. Behezzeg a varjasi már rendben várja telet. Ide is vincellér kellene. Megnézte a bedült tetejű házat. Hát, ebbe bizony nem költözött senki ezen a télen. Falait is már csak a jó Isten tartja. A két hosszú istáló mellette, az sem különb. Nát tetejükön mély csatornákat mosott az eső. Gerendázatok roskatag. Még arra sem volt jó, hogy a falusiak elhordják innen. Végig nézett a lankás oldalon, mely a varjasi völgy felé hajlott. Pusztasság, lábál hagyott kóré, szántatlan tarló, pedig jó föld ez is, talán még jobb, mint a tanyag körül, s a torligeti legelve együtt kereken ötszáz hold. Néhány évvel ezelőtt ontotta a pénzt. Megtöltötte a magtárakat. Az utolsó bécsi farsang árát éppen ez a fekete hegyhát adta. 1600 vék a búzában, ott túl a legelőn javult a hideg marha. Tordára jöttek minden ősszel. A kereskedők érte. Rossz kedvben hagyta ott a pusztává vált majort. Olyan volt, mintha évszázadok teltek volna azóta. Mintha elpusztult volna közben az egész világ halt volna minden rendes, békés, szorgalmas és tisztességes ember, minden ismerős ember, és ő valamilyen gonosz csoda folytán felvetődött volna a sírból. És itt járna egymagában a kopár üres, kipusztult földön, mi valamikor otthona volt, gazdag és meleg otthona, és most gyászos és kietlen temetővé változott. Bosszusan haladt lefelé, Csupa rossz gondolat, csupa megoldatlan gond, csupa kellemetlen emlék, kilátásan jövő kísérte, keserűség szegődött a nyomába. És még felködött karja és sajogni kezdett, pedig már hetek óta nem is érezte a sebet. Megkerült a falu kertjeit, és a templom kert szilvásán ereszkelt le a paplakhoz. Az öreg tiszteletes éppen a disznóit etette. Kint volt az udvaron, otthon szőtt, condra gunyában, Jukasz csizmában, melyből a talp mellett egy tarap szennyes kapszalony is kilátszott, s töltötte nagy ügyelettel a moslékot a két hízó vájújába. Kerekre nyílt, szürke szakálla, szinte beleért a moslékos csöbörbe, a nagy igyekezettől. Kopott fekete kalapjú hátra a fején, ahogy hajlongott, és a szürke haja borzoltan bújt ki alóla. Adjon Isten minden jót! Köszönt rá Varjas István, ahogy az udvara lépett. Az öreg tiszteldes meglepetve fordult hátra, és még a csöbör is kifordult a kezéből, de szakállas kövér arca szélesre mosolyodott. Ó, méltóságos patronus uram, halázatos szolgája vagyok! Még a hízok is megfertőzött örömében, melyek egymást asszigáltak a csöbör mellől. Bibarc ábris tiszteldes ott született, ott nőtt föl, és ott készült meghalni dobolyban. Háza volt ott, és kis birtoka, s már 41 néhány esztendel szolgált az urat és maroknyi hívének szeszélyét. Varjas is hozzá tartozott akárcsak túl a hegyen, a mezőáldomi leány egyház, s ha jó volt az idő, át-át járogatott ezekre a helyekre Isten tisztelet véget. Régebben még a lába jobban bírták, s a világ is más volt, sűrűbben. Amióta pedig megnőttek a hegyek, s az idők is elnehezettek, hát csak ritkában persze. Így aztán népek egy kis ilyen is vadultak tőle. De talán nem is azért. Más világ volt, gonosz világ. Így érezte szegény, öreg bibarc is. Az emberek egyre kevesebbet törődtek Istennel, és az ő szolgáival. A kepét is nehezen adták, a jó szót is nehezen. Régen minden bajukban hozzáfolyamodtak, s ő ilyenkor mérsékletes bős tanácsokat mondott, ahogy a hűpásztorhoz illik, de egy idő óta nem kell senkinek a tanács. Mindenki külön járja maga útjait. Félehúzod a pásztortól és nyájtól. És ez nagyon elszomorította szegény Bibarc Ábrist. Szomorú és csöndes ember lett belőle, és szívesen gondolt arra, hogy az élet egyszer úgy is befejeződik, dobolj eldugott völgy katlanában is. De a vendégnek nagyon megőrvendett, két moslékos kezét gyorsan, Szondra nadrágjához dörgölte, és úgy sietett kezet szorítani. Isten hozta, jaj, Isten hozta! Hallottuk, hogy hazaméltóztatott jönni, bár nem mertük remény, hogy maradással észen. Tessék befáradni, hogy fog Annuska lelkem örvendeni, szegény! Annuska lelkem már a ekkora konyhajtóban állt, tulajdonképpen azért jött ki, hogy megnézze a hízókat, s szeme legelőször is a feldőlt csebret vette észre. – Te ábrés, ha a csebret – kezdte mondani, de akkor megismerte a vendéget. Két húsos vörös kezét összecsapta, s az arca kinyílt, mint egy óriási vénpipacs. – Bár úr, lelkem! – aztán ellepték szemét a könnyek, és még egyik kezével varjasi kezét szorongatta, másikkal maszatos kötényét dörzsölgett az orrához, jó, Istenem, rága bárúr, hát itt van megint, itt van! Annuska lelkem már negyven esztendeje élt a Doboi paplakban, mint Bibarsz Ábris hűséges felesége. Negyven éve ültette a kotlókat, amit a falusi asszonyok hoztak, egy kis káposztáért, egy kis hagymáért, egy kis török búzalisztért. Negyven éve nevelgette a csirkéket a konyhán, és közben a gyermekeket, Negyven éve veszekedett a fonóasszonyokkal a gyapjú miatt, a szövőasszonyokkal a fonál miatt. Hajlongott a kertben, rontotta a szemét a gúnyafoltozásban, kiillodott a részesekkel negyven éve, és ez alatt, a negyven év alatt semmi különösebb változás nem történt. A kótlók mindig rosszul költöttek, a csirkéket ülőhorta, és pócegér a gyermekekkel baj volt, a fonóasszonyok lopták a gyapjút, a szövőasszonyok a fonalat, és a részesek mindent, amit lehetett. Semmi sem változott a negyven év alatt. A falu sem, még a paplak sem. Ugyanaz a mohás náttető maradt végig rajta, s ugyanaz a sáros görbe udvar, melyre még bivajszekérel is nehéz fölhajtani. Semmi sem változott. Csak éppen a gyermekeket elnyert a világ. Csak éppen, hogy Annuska lelkem, a kis karcsú, csitriszemű, kasznár leányból lett egy nagy, kövél, széles, nehezen hajlongó falusi papni, kezű őszajú, siránkozó öregasszony. De Biborc Ábrisnak így is annuska lelkem maradt, az a régi annuska lelkem, akit valamikor áthozott magával a hegyen, az öreg varjasi báró négyes szekerén. Csak az idő telt el, de ők kimaradtak belőle. Csak a külsej kopott meg a küzdelemben, a gyakori bánatban, a nyomorúságban, csak éppen, mintha az életnek egy idő óta nem lett volna már célja. De ők ketten gondosan ügyelték a megszokott rendet tovább. Annuska lelkem a konyhát, a kertet, szövést és vonás, és ábris gazdám az irodát, az anyakönyvet, a templomot, a kurátort, a presbiteriumot és a papi földeket, s esténként fáradtan, mint két magára maradt szomorú varjú pár, az olajmécs mellett egymás mellé leültek, sóhajtgattak és gatták messze múltakba vissza az emlékezés aranyfonalát. – Hannuska lelkem, emlékszele! Jaj, ábis gazdám, tudod de még! És pipafüst volt, és könnyesedő szem, s a vén paplak az időt. Öt. Ilyenek voltak a dobói papék. Annuska lelkem mindjárt karon ragadta a vendég, és bevitt a szobába. Csak a konyhán keresztül, mert a külső szobát nem használjuk lelkem, az ajtóra zárva van. Minek két embernek ekkor a ház? Pálinkát hoztak, töltöttek. Hát a fiúk merre vannak? Csönd volt sokáig, a kérdés után. A két öreg ült a két széken, kövéren és szomorúan egymást nézték, aztán a vendéget. Ábris fiunk ott maradt, Piskinél. A gyász súlyos árnyék a szobára vetődött, az ócska bútorok elsötétettek, kemencében megállt a tűz egyhangú istergése is. Annuska lelkem, két nagy húsos kezével szeméhez emelt a piszkos kötényt, s ábris gazdám a padlódeszkáit bámulta hosszasan. És Imre külországba menekült, úgy hírlik, mérnökséget tanul. Nehezen oldódott föl újra a szó, s komoly dolgokra fordult, magyar dolgokra. Hogy amióta a varjasi templomot fölperzselték, Nincs a varjosi magyaroknak hová járjanak Istennel találkozni. Urvacsorát venni, átjárnak néhány a dobolyba, de egyre kevesebben. És mondják, már vannak, akik a románok templomát keresik, mert az haszonnal jár. Vannak bizony dobolyban is olyanok, és vannak mezőáldomban is. Sok a hitvány ember közöttük. Sok a szemét. Megváltoztak az emberek. Nagyon. Bezzeg mikor az öreg báró úr Isten nyugosztalja, ugye, annuska lelkem, ugye, ábris gazdám? A két szomorú kövér öreg körül valami folytott volt a levegő, valami nyomasztó, mint időtlen zárt kriptákban szokott, ahol régen nem jártak emberek. Nem lehetett sokáig maradni. A kapui kísérték, akkor tudták csak meg, hogy miért jött. Az öreg asszony lémülten csapta össze kezét, arca szinte elkékült az írtozattól. Jaj, pár úr, az Istenét oda ne menjen, az nem ember, az vadállat, őrizze meg az Isten tőle, jaj, nehogy oda menjen egy lóért, nem éri meg semmiféle ló. Az öreg tiszteltes is meghökkent a dászkál nevére. Bölcs és megfontolt mondokába kezdett, mint régen, mikor még hívei tanácsot kértek olykor tőle, nehezebb dolgaikban. Ne méltóztassék elmenni ahhoz az emberhez, nem olyan gyűrölködő ember az kérem, gonosz a lelke mélyéig, s megátalkodott. Ő volt az, aki az óláokat vezette, mikor elindultak innen, hogy fölgyújtsák a kastét. ő volt az, aki konzulat lemészároltatta, a kasznár urat. Nem éltóztassék elmenni hozzá, báró úr! És a szemei ráncai között, a szakászürke szálai között csupa gond és aggodalom remegett. Bajos elnevette magát. Na, talán csak mégsem ő az eleven ördög. Azzal már ment is. Ahol két bogos fűszfa között az utca elkanyarodott, ott egy persze megállt és visszanézett. A két szomorú, kövér öreg, még mindig a papilak rozog a kapujában állt. Egy pillanatig nézte őket, de már nem mosolygott. Mintha a múltat a szép, egészséges, kövér múltat látta volna, az elhagyott udvar szélében állni, egyedül és magára hagyottan. Szomorúan is kihulva ebből a világból, mely megtelt gonoszsága és gonosz emberekkel. és mögöttük úgy állt az öreg papilak, behorpadt, mohás tetejével, görbes szomorú kis udvarával, mint valami régi rozoga koporsó, mely arra vár, hogy besüljesszék a földbe. Erőszakosan fordult el ettől a képtől. Megmarkolta a fokost, lábát keményen raktal az útra, hogy a csizma patkói csak úgy kopogtak a göröngyök. Úgy ment, mint a világ ellen indulna harcba. Fogai keményen egymásra szorultak, ökle a fokos nyelét markolta. Izbaiban a harag és a dac feszült. Karja ütni akart, nagyot ütni. A gyors járástól dobolni kezdett fülében a vér, és olyan volt, mint a rohamra dobolt volna, és mint a dobolás mögött nagyon halkan felsírt volna egy távoli trombita szó. Így fordult be a következő utca kanyarodásnál, a románok temploma felé. Doppergéssel és trombita szóval a fülében, és egymás a harapott fogakkal. És a lelkében minden összegyűlt keserűséggel. 6. Bácsszándú, a dászkál, a templom alatt lakott. A kis guggon ülő fa templom alatt, melyet úgy hoztak magukkal száz esztendővel ezelőtt a nagyapái, a lelkükben bent annak is a mélyén mint egy távoli emlékezést a havas földről. Ezt az emlékezést faragták ki fából a telep fölötti dombra, építészmestér sem kellett hozzá, valahogy maguktól is eltalálták, hogy mit hogyan kell, pedig bizonyosan egyik is sem épített még soha templomot. Nehéz és durva, rostuf fából építették, pedig fenyőből kellett volna, jó, gyantaszagú fenyőből. Legalábbis úgy rajzolta eléjük a képzelet. Így aztán nehézkes lett egy kis a templomocska, guggon ülő, mint valami fáradtan, leeresz szárnyakkal megtelepülő kopott szomor madár, idegen madár, olyan eltévet madár. Eltévet nép madara volt az a kicsi fa templom, vagy legalábbis annak a madárnak fából faragott otromba mása. Egy eltévet népé, amelyik török elől, Statár elől kényszerült hazájából messzire menekülni, munkát, életet keresni idegen föld népei között. Ezért építették házaikat közel egymáshoz, majdnem összetapadva, és ezért olyan s rendetlenül. Mert az első telep is, mint a templom, pihenése leszállott, fáradt idegen madár volt, és pillanatig sem gondolt arra, hogy fészket veri az idegen földön. Csak megtelepedett. Mert valahol meg kellett állni a menekülésben, munkát kellett keresni, dolgozni kellett, hogy élni lehessen, és visszatérni egyszer. Urak jobbágyai lettek, mert kevés volt hogy is a jobbágy, és sok volt a lakatlan falu ezen a vidéken. A császár, derék zsoldosai jó voltából, hát megtelepettek, jobbágynak szegődtek, de házaikat csak úgy építették fölössze-vissza, terv nélkül, sietve hogy legyen miben lakni egy-két évig. Szeretet nélkül építettek kis morcos házikokat sárból. Éppen, hogy jók legyenek eső és fagy ellen, amíg majd eljön az idő a hazatérésre. Amit ehhez a településhez a lelkükből adtak, az egyedül a templom volt. A templom. amit úgy rőttek össze az emlékezés után. Aztán, aztán... Az élet elkezdődött az új földön, és olyan élet volt éppen, mint máshol. Munkából és vesződésből állott gondból és bajból, születésből és betegségből és halálból. Akik meghaltak, azokat beásták a templom körül az idegen földbe. Hogy sírjaikra árnyékot vessen az emlékeztető fatorony, mintha otthon lennének. Aztán min többen és többen haltak meg. Mint többen és többen születtek, ahogy múlott az idő. És az idő múlásával együtt halványodott a távoli ország emléke is, és már csak az egészen öregek beszéltek arról, hogy mikor is lesz az, amikor haza lehet menni. Mert az élet valami roppant különös dolog. Az úgy oda kötözi az embert a földhöz, egy völgy hajlatához, vagy egy domboldalához, úgy oda kötözi még akkor is, ha nehéz és nyomorúságos élet, hogy az ember lassanként oda nő hozzá, gyökeret belé, s lassan otthonának kezdi érezni, akkor is, ha idegen. Nehéz volt az új jobb bágyok sorsa, ne évről évre ugyanazt a sirinka földet szántogatták, Ugyanabba a dombhajlatba jártak ki kapálni, ugyanannak a fűszfának az árnyékában pihentek meg szénakaszaláskor, évről évre. És közben gyermekek születtek, akik ott játszottak már, s ott nőttek fel rengeteg sok gyermek. Lassan új házak épültek a templom alatt. Éppen olyan hebehurgyán épültek azok is, mint az elsők. Rendetlenül, jövendőre való gondolás nélkül csak úgy ideiglenes menedéknek és ahogy telt az idő, lassan faluvá nőtt ez a sok ideiglenes menedéknek készült ház, összefolyt a megfogyatkozott magyarok falvával, és a széles udvarú nagykertes házakat, a jövendő számára épült őslakú házakat kezdtek kereken önteni a sok görbe udvarú, morcos, sárgára vagy kékre festett kis idegen viskó. Lassan elvesztették a személyiségüket is beleszóltak a nagyházak dolgaiba. Kezdtek úgy viselkedni, mint aki otthon tudja magát. Csak a templom. A kis guggon fattemplom tartotta meg, és őrizte bennük a kapcsolatot azzal a szép országgal, melynek fiai maradtak. De baj volt, mert a templom nem fenyőfából épült, és nem árasztott békés és tiszta gyantaszagot, melytől kitágul a tüdő, s magasra emelkedik a tekintet. Az urasági erdők tölgyfájból ácsolták össze, nehéz, durva fából. S így alacsony lett és lomha. Keserű cserszagot árasztott magából, és alacsony lomha gondolatokat, keserű érzéseket fakasztott. A tiszta békesség melege helyett gyűlölet rakódott a települők lelkére. Maró és keserű gyűlölet az idegen nép ellen, mely befogadta őket az idegen urak ellen, kik munkát adtak nekik, stávoli haza emlékének szomorúsága lassan összekeveredett ezzel a gyűlölettel. Összekeveredett és lassan is és egészen észrevétlenül átváltoztatta fogalmakat, az emlékeket, és elképzeléseket összekuszálta, és egyszerre csak olyan volt, mintha ez a föld lett volna régi haza, az ősi ország. A kis kényszerházak ferde ablakainak tükrében egyszerre csak úgy látszott, mint a ők lettek volna itt az igazi őslakók, és a régi nagyházak lakói az idegenek, akik rájuk költöztek, nyakukra nőttek, elnyomták őket. Így indult a gyűlölet, a magyarok ellen, az alacsony házak szűk ablakaiból, a a földekből, melyek éveken át kenyeret adtak, és melyek ezért őket illet, s nem azt, akinek a dézsmát adják érte, aki idegen és gonosz, nem kenyira dogazda, hanem rabszolgatartó ellenség. Így kezdődött. Aztán jöttek másféle idegenek, akik kihasználták a telep népének ezt az értelmetlen, vak gyűlöletét az őslakó nép ellen. Beszéltek nekik a nagy Oláországról, amelyik innentől kezdve egészen a hegyeken túlterjed. Elhitették velük, hogy nem igaz, amit a nagyapáink mesélnek, nem egy távoli hazából vándoroltak ide életet keresni, hanem itt voltak, örök örökké, és ővék volt minden föld. Csak jöttek a magyarok, és leigázták őket, rabszolgálvá, igavonó barommá tették őket. Elhitették velük, hogy ez az igazság. És a hebehúrgya, szűk lakói elhitték szívesen. Aztán kigyúlt a tűz, a jobbágyok felszabadultak. Mindegy volt, hogy az urak maguktól adták-e ezt a szabadságot, vagy nem. A telepek népe megszállta a vendéglát a földet, elűzte, megtiporta, megcsúfolt a kenyér adókat, és a megtört vendégből házigazda lett. Sok ház épült akkoriban újra, sok kicsi ház. De az volt a furcsa, hogy éppen olyan rendetlen épültek azok is, éppen olyan ideiglenesen éppen olyan menedék formában, mint az elsők. De annyian voltak már, hogy szinte összecsaptak a nagyházak fölött, a tágudvarok, széles kertek fölött, mint valami szedetvedett árvíz. Így volt dobolyban, és másodt is így. 7. Bás a dászkál a templom alatt lakott. Az még az elsők közül származott, úgy állt az omlásos domb tövébe, mint mintha véletlen vetődött volna oda, nem tudnám erre forduljon. Úgy állt ott görbén és kisé megroskadva, féldolát mutogatva az útnak s a templomnak. Hepehupás, fekete náttetején, száraz gyomkorok buslakodtak is, három kis ablaka, mint három kancsi szem, más felé nézett. A dászkán háza semmiben sem különbözött a környező parasztházaktól. Éppen olyan görbe és egyenetlen volt, az udvara is éppen olyan szűk. Egyik végében pajta állott, és szekérszín, másik végében disznó. Az udvart tépet veszőkerít és övezte, melyből itt-ott már tüzelőt is hortak. Ebben a házban, ezen az udvaron lakott bács szándú, a balás nevelésű, aszkét a fekete hajú, alacsony homlokú, izzó szemű fiatal dászkál. Viorikával, a varjasi pópa lányával együtt, és Jonel nevű négy éves fiacskájukkal, akik közösen s nagy gonddal neveltek, s akiből bizonyára éppen a lelkes román válik, mint a szüleikből s gyűlölni fogja magyarokat utolsó lélegzetéig. Mikor Város Isten odaért, a kaput nyitva, az udvaron senki. Bement. Az udvar közepén megállt. Körülnézett, várt. Lélek sem mozdult. A pajtának fordult. Ahogy benyitott rajta, meglátta fecskét. Behúzta maga mögött az ajtót, és a lóhoz ment. Ember nem volt sehol. Fecske! Mondotta nagyon melegen, és megsimogatta a lókos fejét. Az ránézett csodálkozva, aztán, mintha megismerte volna. Felütötte az órát, és nyihogott. Fecske! Mondotta még egyszer. Nyereg, lószer számotolt a sarokban, nem sokat tűnődött, megnyergett a lovat, félkézzel lassan ment, de sikerült. Aztán az ajtó felé fordította. – Fecske! – mondotta még egyszer, és meglapogatta az állatnyakát. Lázas, izgalmas, szép örömet érzett, a pejkanca vállára eresztette az orrát, s lassan nyihogott megint. Hintott az ajtót, kivezett a lovat. Még alaposan megnézte a lábait, patájából kitakarította beragadt szalmát, semmi baja sem volt a lónak. Éppen ült föl Reál, amikor a házajtója kinyílt. A dászkálni asszony bámult ki rajta. Egy pillanatig szó sem jutott. Vége a második kazetta második sávjának. Vas Albert, mire a fák megnőnek. Harmadik kazetta, első sáv. Varjasi szólította meg a lóhátáról mosolyogva. Hogy van a kis menyecske? Valamikor jól ismerték egymást, mikor még Viorika és gyermek volt, s a varjasi pópa kertjéből gyakran mászott át a kerítésen a kastélykertbe játszani. De ez régen volt, azóta történtek dolgok, s Viorika nem a játékokra gondolt, amikor hirtelen elvörösödve az udvara kilépett. – Hova viszi azt a lovat? – Viszem haza, a kis gyöngyvirág, és köszönöm, hogy ilyen szépen megőrizték eddig. – Mosolyogva nézte a mérgében kipirosott asszonyt, és eszébe jutott, hogy kislány korábban is éppen ilyen mérges tudott lenni, és olyankor karmolt megharapott. Persze, szebb volt akkor. Kár, hogy az ilyen oláhos szépségek hamar eldurvulnak. Az asszony megállt, és kiabálni kezdett. – Vasile, Vasile, gyorsan! – Nincsen itt! – próbálta Vajrosi szeliden vigasztalni. – Elkószáltak az ember valamerre. – Magam kellett megnyergeljem! – Tekergők ezek a cselédek! A kiábálása néhány ember bújt elő a szomszédos házakból, az asszony toporzékolva integetett nekik. Jó, Tudor, vegyétek el tőle a lovat! Stefán, áld a kaput! Ő maga is indult, és nyújtotta a kezét a kantár után. Varjasi sarkot adott a lónak. Isten megáldja, menyecske! Köszönöm a marasztalást! A pejkanca megismerte a kantáron gazdája kezét, felnyerített, és előugrott a kapu felé de már ketten is elállták az útját, és az egyik egy karót rángatott ki a kerítésből. – Húzzátok le lóról! – süvöltött az asszony hangja. Varjas István egy gyönge rándítással elfordította a lovat a kaputól, és a kerítésnek ugratta. Félkézzel foghatta csak a szárat, és a fokos nyelét együtt. De fecske így is megértette, hogy mit akarnak tőle. Karcsú teste neki lendült, aztán magas beemelkedett, s átrepült a veszősövény felett. Az udvarról bot utánuk, és a ló hátulját érte. Megindult tőle, és vágtában íramodott fölfelé az utcán. Varjesi fogai megcsikordultak. Lenne csak épp a másik kezem, beverném kis a fejeteket. Ahogy vágtában hátra nézett, látta az asszony kibomlott hajjal, dühösen hadonász az udvar közepén állni, és még látott néhány embert, hogy szitkozódva utána bámultak. Aztán fordult az út, és eltűntek a személy elől. Lefogta lovat, Ügetve ment végig a falun, hallott még valami és messze a hátam mögött, lassan megszűnt az is. Házak a kapujából kíváncsi szemek nézték, néhányan köszöntek is, aztán átugratott egy vízmosáson fent a legelőn, megállított a lovat. Megvelegett a nyakár. Jól van, fecske, ez szépen csináltad? Jó meleg érzést töltötte el, hogy az állat kedves, vékony nyakát nézte, egy pillantása végigmérte a falut is maga alatt aztán megszorította a szárat, sarka az állat oldalához ért. A ló előre ugrott, az erdő felé nézett és nyerített. A nemzetes asszony egy jó órája várt már rájuk az istállónál. Néha elment a diófáig, és végig kémlelt a völgyet. Nyugtalan volt belül, de elhitette magával, hogy csak kíváncsiság. Az aggodalom tudatát még soha az életében nem engedte közel magához. Az ő urát nem érheti baj, mondott el magában számtalanszor már, dacosan, az élet veszedelmeinek árnyékában. De azért boldog újjongást alatt keresztül a szívén, mikor a lovas alakja a nádás szélén feltűnt. – Na, fecske! Csak hogy hazajöttél! – öntötte ki magából ezt az örömet, mikor az istállal előtt a ló habos nyakát megveregette. Bent a házban mondta azután. – Itt járt, a decit kér. – Hát, az mi, mi a fene? – csodálkozott Varjas István. Tudja az ördög, valami hivatalos ember, kékesről. Egy szót magyarul nem tud. Azt mondotta Mihály, hogy decit kérnek hívják. Talán bezír kell. Az asszony vállat vont. akár mi lehet. Pálinkát adtam neki, és étellel is kínáltam. Magát kérdezte. Varjas István felhúzta szemöldökét. Engem? Az lelkem, az új királybíró volt. Azt nevezik így. Királybíró az anyat érde. térde. egy szót sem tud magyarul, csak a fel német, decit kér az, vagy mi az ördög. A cserélány behozta az ebédet, mikor kimencs az ajtó becsukódott mögötte, megkérdezte az úr. Mit akart tőlem a bezirkel? Tudni akarta, hogy mit csinált és hol járt. Fürkészre nézett az asszony arcába. Megmondtad neki? Meg. Bécsben volt a kancellárián hivatalba. S a háborúsággal ott rekedt. Igazol iratokat is kért. Mondtam, hogy útközben kiraboltak valami zsíványok az Alföldön, s magát is megsebesítették. Jól van, lelkem. Összemosolyogtak. Aztán az asszony vette a bundácskáját, s indult vissza az istálóhoz, megnézni, hogy megcsutakolták-e már fecskét úgy, ahogy kell. Nyolc Nem telt bele egy hét. Csak éppen az éjszakák lettek hidegebbek, s a jég vastagodott meg derekasan, és a bezirker úr újra ott volt a tanyán. Híre már egy nappal megelőzte, s egy nyolc öreg ember a faluból, közöttük román is három, már az istálló melegében várta érkezését az úr rendeletéből. Rozogva egy fogatossal döcögött föl a bezirker úr a tanyára. pápa Pápaszemes beesett mellük, keszeg emberke volt, hosszú kabátos német pantalós, minden döccelése billent egyet a szekérben, és mikor végre a tanya udvarán megállt vele a fuvaros ember, a sok billenéstől szédülten nézett maga körül. A házi gazda udvariasan elébe ment a szekérig, jobbik zsinóros dolmányát vette föl erre az alkalomra, bajuszát kipötörte, szakát elrendezte. – Herr, váron, várjási? – kérdezte a pápa szemes, és végig musztrált a gyanakodva. – volt! Erre a kis keszeg félszegen meghajolt. – Becírker Anton, prosperjek! – kelet fogtak. – Tessék befáradni! A lerék hivatalnak arca kék volt a hidegtől, mint a túlérett szilva. Már tett néhány lépést a ház felé, mikor eszébe jutott, s megállva a szekér mögé mutatott. – Nem vagyok egyedül! – Varjasi csak most látta meg a dobói dászkált. Ott állt sötéten és soványan villogó szemekkel, homlokával húzott kucsmával, mely az amúgy is szűk homlokot még alacsonyabbá tette, összepréselt szájjal, sötéten állott szondra ruhájában olyan volt, mint maga az engesztelhetetlen gyűlölet. Nem tesz semmit, nyugtatta meg Varjasi nagy lelkön a kis osztrák urat. Ő is bejöhet. Még beszélgetni is hideg van kint. Már az igaz, hagyta a helyben, Prosperiek úr, és kezeit fázosan dörzsölgette. A dászká nem mozdult. Varjas Juda szólt hozzá. Tessej bejönni! Magyar ember megbecsüli a vendéget. A dászkál megrándult. Nem vendégnek jöttem. Ahogy gondolja. A becirkert nem kell soká bíztatni. Egy-kettőre bent volt a szobában, dászkál nélkül is. Ha, ha ha, -ha, -ha meleg, jó meleg. Dadogta a dermet ajkaival, és boldogan tapogatta kájhát. Bejött a nemzetes asszony is, kimértve üdvözölte a hivatalos uraságot, aztán pálinkát tett eléje. – Köszönöm, méltóságos asszony, köszönöm! – áradozott a megfázott emberke. – Hundekált, hundekált! – s pohárát a házi úrihoz kocintotta. – Egészségükre! – Á, finom! A harmadik pohár után kivörösödött az arca. A negyedik után előszette burnótos szelencét, elkomolyodott, s neki kezdett az ügynek – ami idehozta. Kedves báró úr, ez az úr körülnézett, de aztán, hogy nem találta vállat, mond. Szóval ez az úr azzal a panaszsal jött hozzám, hogy ön erőszakkal behatolt hozzá lakására, vagy az istálójába, vagy hova, és elvitt el egy lovat. Hát kérem, kedves báró, én nem akarok senkinek kellemetlenséget okozni, de hát ilyen erőszakoskodás, az ilyen... Megcsóválta rosszul a, a fejét, szinte csámcsokban mondta, és előre az asztal fölött. Az ilyen régi magyar a tempó, ez kérem sehogy sem sem talál a mai időköz. Én, én, kérem, a nemzetes asszonynak már villámlottak a szemei, és a házigazda jónak látta közbeszólni, nehogy a felesége valami gorombaságot mondjon. Bocsánat, pecirker úr, Akaszolta meg a beszédet mosolyogva, bocsánat, hogy közbeszólok, de azt hiszem valami tévedésről lesz szó. Ez az úr tudnélik, aki a panaszt tette, nem egészen beszámítható hogy úgy mondjam, néha olyan zavaros dolgokat beszél, itt jelentőség teljesen a homlokára mutatott, én tudom, mert már régóta ismerem, az a mániája, hogy minden, ami megtetszik neki, az az övé. Egészen eredeti mánia. A derék kisember elámulva tette össze a kezeit, még a szája is megnyílt, félig a csodálkozástól. Egy genártig? Különös. Tessék csak egy pillanatig várni, és mindjárt kiderül az egész. Elővezetette mind a három lovamat, és meglátja, hogy éppen a legszebbiket fogja magának mondani. Kiszólt az ajtón. Mihály, vezessétek el a lovakat! Prosperjek úr tűnődve forgatta a burnotos szelencét, de Varjasi nem engedte, hogy a gondolataival bajlódhasson. Látom, pecirker burnótozik, van itt egy doboz francia burnótum. Még Bécsből hoztam magam, a tessék megpróbálni. Az íróasztal fiókjából előkerült a burnótos doboz, és Prospejek úr a művelvező szakértelmű vett a kezébe, és szagolgatta a finom sárga dohányport. Á, á, ez igen, látszik, hogy Bécsből van. Tessék megpróbálni, biztatta házigazda. Prospejek úr óvatosan két olyan közé csipett a finom porból, Ájtatos az orrához emelte. – Ápcsi, ápcsi! – akkor hát kettőt, hogy lapos melkasától várni sem lehetett volna. – Ez már beszéd, finom! – Ahhoz geszeihnet! – Varjasi előzékele mosolygott. – Tessék csak eltenni az egészet, és használni egészséggel. Én meg amúgy sem élek vele. Vendégeinek tartottam, mikor még a kancellárián voltam hivatalban. Tessék csak eltenni! – Prospeljek úr szerényen szabadkozott, ó, hogyan is fogadhatná ilyen ritka ajándékot, valódi francia tubákot, ilyen nincs is ebben az egész parasztországban, de hogy is fogadhatja el. Végre hosszú erőltetés után mégiscsak elfogadta, örömtől csillogó szemekkel, és hálától kézrét görnyedve. Szippantott belőle nagyokat, és az dicsért a császár fővárossát. Ja, Vín, Vín, a világ első városa. Ott még az emberek is mások, nem csak a burnót, nem csak az élet. Ó, Vín, Vín, képzelem a bárdó úrnak milyen nehéz most itt ezen az eldugott helyen. A világ legeldugottabb helyén ebben az Isten verte becirkben. Bécs után, ó, ha nekem Bécsben lehetne ivatalom, inkább feladtam volna itt mindenemet, és oda költöztem volna örökre. Mert mit kérem az élet? Vesződés tudatlan, rossz emberekkel ez az egész élet. S nincs akivel elbeszélgesen az ember, nincs egy intelligens, német tudó valaki. Ó, oh, ó, oh. Bécs, jaj, Bécs! Ebbe az ábrándozásban nyitott bele Mihály. Itt vannak, instálom a lovak. Mit mond? Miatt föl merengéséből, Prosperiek úr. Itt vannak a lovak. Tessék, megkérdezni a panaszost, hogy melyik az övé. A becirkel úr zsebre vágta francia burnótot, felöltötte hivatalos arcát, s Varjasi István mert a nyitott ajtóhoz ment. Ott tartotta a kötőfékszáron három legény, a három lovat. És a tornác alatt ott állt a nyolc falubeli öregember és Mihály. A lovak mellett sötét arcsal a dászkál. Prosperjek úr megköszörült a torkát, aztán a dászkál felé fordult. Felismeri ezeket a lovát, paraszos úr? A dászka a német szóból nem értett semmit, csak bámult ellenségesen. Így aztán Becirkel úr szigorúan összehúzta szemöldökét, és félig magyarul, félig románul összetákolta megint a kérdést. – Melyik a tiéd kál? – a dászkál a pejre mutatott. – Ez! – a Becirkel varjasra nézett, azt még mosolyogva, Mihályhoz fordult. – Mondd meg, Mihály, a Becirkel úrnak, ki a fecske? – Mihály kihúzta magát, s feszesen mondta, méltóságos és nemzetes báró Varjasi István uramé. Varjas az öregekhez fordult. Ti is itt vagytok éppen, velem egy faluból vagytok, mondjátok meg Becirker úrnak, ki aló? Az öregek levették kucsmáikat, s mondták, a nemzetes báró úré. A Mariászáé, egy fehér hajú regember mondta, Istvánka báróé hát, még ennek a kancának a nagyanyját is ismertem, Szetán ismerjük Csikó korától. Ott nőtt fel az udvarban. Egyszer még az én lucernásomba is beszaladt. Szetán ott volt, amikor a báró úr betanította. Így az öregek. Varjasi mosolyogva fordult a vendégéhez. Tessék! Ítéljen a becirkel úr. Mondtam, hogy ez az ember nem épeszű. Ami megtetszik neki, arról már azt képzeli az övé. Rospelyek úr egyik lábáról a másikra állott, Röstelte a kudarcot, bosszus volt a szekerezésért, szégyelte magát, hogy meggyanúsított egy úri embert, aki Bécsben élt sokáig. Molond! Dörmögtes behúzta a nyakát a gallériába, mert már újra érezni kezdte a hideget, és ezért jöttem én ebben a hidegben fél napot szekérrel. A dászká nem értette a német beszédet, de látta, hogy rossz irányba tévedt az ügy, ezért hirtelen hadonászni kezdett. Ez az én lavam. Mindenki tudja, az egész falu látta, amikor kilopták az istálomból. Az egész falu! Prosperiek úr mérgesen húzta össze pápa szeme fölött ráncosomlokát. Nem sokat értett a dászkár rikácsolásából, de látta, hogy a bolond még most is maga igazát akarja bizonygatni. Ki több belül a méreg? A szelit kicsi ember csak úgy tajtékozta a három nyelv összekevert szavait, ahogy éppen az eszébe jutottak nagy fölháborodásában. Fogd be a szád? Fel kell! Gauner, aki meg vagy! Engem ide bolondítod! Mi én neked vagyok? Ferük vagy? Hazudsz eszed tokjába bele! Amiért te bolond csinálsz, én bolond! Mas! Takarodsz magadat haza? Még jössz Kapsz zsandár nyakad? Donner vetter! Adok én nekednek! Spitál, bolond, spitál! Az neked lesz jó, nem, becírker? Ilára dühöngte magát, a jó úra hidegben, aztán megfordult és visszament a szobába. Ott hagyta az álmélkodó népeket, és a meghőkkent rászkált az udvaron. Még az ajtót is becsapta. Ott benne aztán megcsöndesedett. Bocsánat, kérek, kedves báró, hogy alkalmatlankodtam, de én is hibás vagyok, egy kicsit tudhattam volna, hogy egy előkelő úriember nem megy lovat lopni egy ilyen, egy ilyen, egy, egy, egy eh, legyintett. A nagyobbik alkalmatlanság mégis engem ért, egy ilyen bolond miatt rázadtam magam ebben a hidegben három egész órát, most megint három órát vissza. Varja csicsok nevetett szeriden. Hó, az én részemről szót sem érdemel, hanem ígyunk inkább egyet a közös bosszúságra, becélkel Proszit. Töltött a pálinkából, s felemelte poharát. Prosperiek úr is felvidámodott egyszerre az ötlettől. Jól mondja, bár A <laughs> közös bosszúságra, kamerádok lettünk ezzel a bosszúsággal, <laughs> proszit! Varjasi odaültette a feleségét a vendég úr mellé, hogy beszéljen vele Bécsről, még ő kinéz egy kicsit. A dászkát kereste. Ott volt, az még a szekér mellett, saragosan elfordult, mikor Varjasit meglátta. Indulni akart lefele. Álljon meg egy szóra, Szándi! A dászkál megállt sötéten. Az úr odament hozzá, komolyan a szemébe nézve csöndesen mondta. Lássa, Szándi! Nincsen egyenesebb út az igazságnál, a fiatal ember dacosan vetette fel a fejét, szűk homlokán kidagadtak az erek a szemet üzelt. A mi igazságaink másféle igazságok, báró úr! is néhány pillanatig komolyan nézte az előtte áll a dűtő, reszkető, gonosz arco embert. Aztán csöndesen megszólalt. Szándi, én ismertem az apját. Úgy jött ide valahonnan Moldovába rongyosan, elvadultan, egy Még bocskora sem volt, érti? Még bocskora sem. Apám kasználja adott neki munkát, aztán otthont adott neki, hogy családja lehessen. Így került ide Szándi a maga apja. Saga rátört az én házamra, aljas, rabló módon felgyújtotta, félrevezetett népével azt a házat, mely az apjának kenyeret adott. Hát szégyelje magát! A dászkál elvörösödve lépett hátra szidás elől, mint a gyermek, aki nyak leves Népem szabadság értettem, terekedten. Varjasi végigmérte keményen és megvetően. Ne vegye szájába azt a szót, hogy szabadság, mert bemocskolja. Sem a maga apja, sem a többieké nem mondotta egyszer sem, hogy nem érzi szabadnak magát, mikor a felkinált kenyeret elfogadta. Inkább a hála gondolata illenék a maga zavaros fejébe. Gyilkolás, rablás, pusztítás, nem ez a népszabadságának útja, szándi barátom, ez a gazok útja. Tanítson inkább becsületességet, tisztességet, szorgalmat a népének, ha akkor talán majd elhiszem, hogy többet ér egy utonálló zsiványnál. Addig nem. És zsiványokat az udvaroma nem tűrök. Takarodjon! Kezek ilendült, s az útra mutatott. A dászka egy pillanatig még ott állt, vörösen és némán, csak a szája remegett, s a két lecsüngő keze aztán megfordult hirtelen, és szó nélkül sebes léptekkel elindult. A diófántul megállt és visszanézett. Az úr akkor lépett be a ház ajtaján. Senki sem volt az udvaron, csak az idegen szekeres nézet kíváncsian feléje. Sötéten állt néhány pillanatig, aztán az állat dacosan előre lökte, fölemelte őklécs, megfenyegett a tanyát. Senki sem látta, senki sem törődött vele, csak az idegen fuvaros megcsóválta a fejét, és nagyot köpött a kerekek közé. Kilenc Nem telt el három nap, s lehult a hó. Burkus előre megérezte, mert már este nyugtalan volt, mikor láncáról eloldották. Szűkölt, és minden ok nélkül ugatni kezdett. Éjjel is felhangzott néha az ugatása, hol az istálónál, hol a ház mögött. Vajras lefekvés előtt még kinézett az ajtón, Surok sötét éjszaka volt, szellő sem mozdult. Az ég csillagtalan és olyan alacsony, hogy szinte súrolta a ház tetejét, s valami puha illata volt a levegőnek. – Havazás lesz! – mondotta bent jókedvűen a feleségének, szeme önkéntelen a puskák felé tévet, vadászatok gondolatát követve. Mink asszony egyenes derékkal ült a széken, szaporó ujjakkal meleg harisnyát horgolt a béres gyereknek. Nem mosolyodott a hírre, csak komolyan bólintott. Hála Istennek, megkezdhetők legalább a ganéhordást. hordást. Varjas István, jószagú, hólepte, erdőkre gondolt, ragyogó téli napsütésre, csilingelő, szánka egyéb kedves téli örömökre. De mink asszony feje munkától és szorgoskodástól feszült, mint ahogy egész élete nem volt egyéb, mint munka és szorgoskodás. Arra gondolt, hogy pityókát kellene még szerezni valahonnan, és egy kövér disznót is, mert nem lesz elég zsír, és hogy ehhez pénz kell, és hogy a pénz kevés, és hogy igazából mégsem lehet délben és este mindig csak teljes puliszkát enni. Ott ültek ketten, az olajmécs fényénél, pattogott a kájában a tűz, és a levegőben kékes pipafüst úszott. Aztán hosszú idő múlva megszólalt az asszony. Ádámmal kell egy számot csináltatni, hogy győzzük hordani a fát, csak gané szaporábban. A férfi gondolatai messzire jártak, ahogy úgy maga elé bámult a pipa füstben. Jó lelkem, jó, mondott a salkan nevetett, hanem most jó lesz lefeküdni, mert késő az idő. Az ola is fogy, tette hozzá ravaszul később, és egy elfolytott mosolyójal az asszonyra nézett. Ezt az érvet ő is elfogadta, Szigorú arccal összerakta munkát, s vetkőződni kezdett. Reggel ott volt a hó. Nem volt nagy, csak éppen jó három újnyi, de apró sűrű pelyekben egyre húlt még. Burkus vidáman ugrált, bele, -bele harapott a puha fehérségbe, és szertel örömében kereken száguldozt az anyát. Az egész világ megváltozott. A dombok, mintha ünneplőt húztak volna, csupasz kopottságai fölé, szinte megnőttek, s megfiatalodtak. A völgy puha volt és pihés, mint meleg rigófészek, melyből csak most keltek ki rövid útra a gyönge fiókák, s estére hazatérnek megint. Más lett a tanya egészen, legalább Varjasi István úgy látta, amikor reggel a tornácon megállt. Az udvar felvágott göröngyeit fehér szőnyek takarta, és táló csűr kazal úgy állott benne melegen és puhán, mint ahogy a régi otthon képe áll, gyermeki emlékek közepén. Fehér csipke borította a diófa vénágait is, kereken a magányosság, mely fázósan a lelkére nehezedett valahányszor, így egyedül állt a tornácon, meleggé és otthonossá vált a havazás fehérségében. Szigetté változott a tanya. Az a néhány magára hagyott épület és kazal, szigetté a nagy fehér világban, mely meghitséget és békét sugárzott. A ház mögötti szilvafákon, fekete varja küldte gubbasztva, a farakás ágai között verébraj rebbent, és az istálok meleg állatszagot leheltek. Egész nap havazott, de éjszaka elállt. Jeges szél kerekedett, az ég kinyílt, s fagyott csillagok ragyogtak. Reggelre kelve vakított a nap. A hó araszos volt, s porzott a csizma alatt. A béres legények rendbe tették, és elrakták a szekereket. A nemzetes asszony maga nézett utána minden keréknek, hogy megvan a kenve úgy, ahogy illik. Aztán számokat készítették elő. Az úr puskát vett, és lement a tóra. Pislogott a friss téli fényben, és a nyomtalan domboldalon vígan törte a havat. Lent a fűzesnél nyúl nyomokat látott. A szemközi oldal fehér abroszán egy róka ereszkedett alá lassú ügetéssel. Néha megállt, s kereken bámult. Tövis bokorból nyulat ugratott, de csak nézett utána. Vakított a nap. Folytatta útját, a mózsibá kunyhója mellett eltűnt a nádasban. Azul úr nézte a rókát, és közben leírt a berekhez. Lépte izajára, zajára, nyúl kelt fel a nádas széléből, s lassú ugrásokkal hegynek indult. A lövésre kecskebukát vette, és elterült a hóban. Mosolyogva, és sokáig nézte a göbecsek hosszú csíkjait, amit a hóban szántottak. Aztán fölvette a nyulat, bevitte a nyárfák közé, és egy ágra felakasztotta. Örülni fog Minka néni, jutott az eszébe, és elmosolyodott. Az öreg mózsit ott találta a vészák között. Vastag hó lepte a tójegét, síma fehér lapának látszott az egész, és nem lehetett tudni, hol végződik a rét, hol kezdődik a tó csak a nádas mozdulatlan falai állottak őrt a lapály szélein, elnyúlva s megtömöttödve egészen a faluig, és sárgán a ragyogó napfényben. – Van hal, Mózsi? az öreg kihúzta a merítő hálót a légből, s megmutatta nagy kövér csukát. – Van két kilós! – mondotta, s a szeme csillogott. Elrendezett néhány törött nátszalat a vész a szájánál. A pataknál vidra láttam, Mit csinál a hold? Késő jöv föl, de elég világos. Éjszaka kijövök. Megbeszélték a vidra dolgát, kinézték a lesnek való helyet is, ahol a nyomok voltak. Közben róka nyomot találtak, egészen frisset. A fűzesbe vezetett, kereken járták, a nyom nem jött ki sehol. Álljon csak odani, mutatott Mózsibá nád szédére, hol keskeny nyiladék szorult a nád és a berek közé. Én majd megterelem, Majos István megszokta már gyerekkorában, hogy szót fogadjon az öregnek. Sokat vadáztak régente együtt. Csak lassan bány vele, Mózsi, nehogy kitörjön oldalt. Na, na! Felelt az öreg megsértődve, és azzal eldöcögött. Az úr felállt a nádás szélibe, kis kákacsom a közé, hogy alig látszott. Lábajval elkotorta a havat, hogy ne csikorogjon, majd a mozdulatnál. Felhúzta a kakast, eligazította magát és várt. Kis idő múlva hallani lehetett az öreget a másik oldalon. Hó, róka, hó, hó ha, hó! És közben bottal verte a gajakat. Lassan közeledett, valóságos tudományjal, nem egyedesen jött, hanem kanyarogva. Hol erről, hol arról hallatszottak a koppanásai. Hó, róka, hó, hó, ha, hó! Aztán valami árnyék mozdult a bokrok között, nem is mozdulat volt, inkább csak árnyéka egy mozdulatnak, aztán sokáig semmi. Lövése készen tartott a puskát, félkézzel. Sokáig tartotta, így a keze remegni kezdett, Lekelet engedje megint. Fene, egye meg! Soha sem gyógyul meg a másik karom, mérgelődött magában. Próbálta kiemelni balkaját a kötésből, és sikerült is lassan. Nagy nehezen fel tudta emelni annyira, hogy ráfektethette a puskát. Fájt, nem törődött vele. Az árnyék újra megmozdult, és a róka kilépett. Lépésben jött ki a bokrok közül, hosszú farkát húzta maga után a hóban, néha hátrafelé figyelt. Alig haladt néhány lépést, eldördült a lövés. A róka megcsuklott, szájával a szügyéhez kapott, körbe turta a havat, aztán hirtelen fölpattant megint, csitott véres szájjal beugrott a nád közé. Néhány ugrása még hallatszott bent, aztán csöndett. Egy pillanat, már Mózsi báj volt. – Megvan! – Van a nyavaja! – kifáradt a rossz kezem, salája vitt a lövést, de vért hagyott. Mózsi bá is megnéz alaposan a helyzetet, aztán letette a kanalas hálót, és elindult a gyomon be a nádasba. Ropogott zörgödben sokáig, aztán elcsöndesedett. Mondtam ugye, hogy megvan, kiabálta diadalmasan, és már hozta is ki farkánál fogva az elesett rókát. Tüdejébe ment a lövés, azért volt még annyi de csak megkerült őkkel, mert ugye? Vitték a zsákmányt, a az úr azt mondta, Adj csak ide, fölviszem magam is. A hal miatt úgyis föl kell menjek, instálom. Varjasi megveregette az öreg vállát. Hagyjad, öreg, maradjon neked a hal. És még itt van ez a kis dohány is, ni. Fogta a rókács, ment vele. Útközen fölvette még a nyulat is, és bár a keze, a kétszeres tehertől mégis vidáman és fütyörészve lépett felfelé a dombot. Úgy érezte, jó napja van, úgy érezte, az élet mégis szép maradt, még ha ennyi nyomorúság is csatlakozott hozzá. Vége a harmadik kazetta első sávjának. Harmadik kazetta második sáv. A konyha előtti kőasztalra ledobta a zsákmányt. Vidáma rázogatta zsibbat kezét, aztán vadászkést vett és nyúzáshoz fogott. A nemzetes asszony kint a béresekkel. Már megint eltörtetek egy villát, ti Isten tökéletlenjei! Ki győzel benneteket, hogy essen belétek a nyavaja törés? Valési mosolyogva fogadta, mikor odajött. Javul akarom, Minka! A puskát már szinte foghatom vele. Az asszony gondtelt, szigorú szemeivel ránézett. Szájá még a harag mérge rángódott, de azért egy kicsit elmosolyodott ő is. Tíz. A hó egyszerében járhatóvá tett az utakat kátyúk és tengelytörő göröngyök fölött megindultak a szánkók, és elsiklottak egyik falutól a másikig, egyik udvarháztól a másikig. A mezőség, mintha államból ébredt volna. Mindenkinek eszébe jutottak a szomszédai, mindenkit érdekelni kezdett a mások sorsa, és az eltemetett élete kikeltek a sírokból, s útra keltek, hogy felkeressék egymást. A tanya első látogatói a dobai tiszteltesék voltak. Fatalpú számon jöttek kereszt a tavon, apró, zúzmanás fejű A ló volt és köhögött, s felhőben fújt a párát, mikor a tornác előtt megállott. Már a szánban elkezdte a papni. Jaj, méltóságos uram, jaj, méltóságos asszonyom, borzaszt az a hideg, az ember azt sem tudja, mit csináljon. Most lenne alkalom egy keveset mozogni valamire, de akkor is lefagy az ember úrra. Megfázik a háta, jaj, drága méltóságos asszony, még az időjárás is szegény magyarokat sújtja. Varjesi né különben nem szerette a piszkos körmi, kövér és mindig kétségvesett papnét. De azzal, hogy méltóságos asszonynak nevezte, kedvét rontotta végleg. Eleget mondotta mindenkinek, engem senki ne szólítson méltóságos asszonynak. Nem vagyok én sem osztrák, sem zsidó. Van nekem tisztességes magyar titulusom. A jó tiszteletes igyekezett ezt eszébe juttatna a feleségének hogy Annuska lelkem ne panaszkodj annyit a nemzetes asszonynak, de Annuska lelkem csak fújta tovább a magáit. Jaj, kezdj csokrom, drága, méltóságos asszony, csak hogy látom, csak hogy látom. Jaj, micsoda világ volt itt, lelkem, micsoda gonosz világ, drága, jó, méltóságos asszony, tiszta szerencse, hogy nem méltóztatok ide az a lenni. Már pedig én azt tartom, vágott közben türelmet a varjasiné, miközben bevezett a vendégeket, már pedig én azt tartom, hogy elég kár mert ha ittől lettem volna, még egy fejszenyér sem vészel a háztal, az biztos. Jaj, nem élt, összesik ilyeneket mondani, ájúldozott a derékpapni. Szeg kárt tettek volna életjében, lelkem, sze nem emberek voltak, sze vadállatok voltak ezek. Jaj, uram, mirgalmaz bizony jó volt, hogy biztonságban méltoszatott lenni városon, ott mégis rend van és biztonság, ott az embert nem érheti baj, meg veszedelem. Lári, fári, mérge öt vajasiné. Hol helyén a gazda? Honnan szalad a rabló? Különben is kedves, tiszteltes asszony. A város sem aranyból faragták. Napa asszony udvaráról nem agarászustorral kell kiverjek négy kutya kozákot? Kozákot? Papni összecsapta a kevér kezeit rémületében. Kozákot? Tetszett látni? Eleven kozákot? Elevenet hát. Bár döglötten láttam volna őket. Lovakat kvártajoztak be az udvarra. Csak a bitangok nem, hogy megkötötték volna gebéket, de föltoradták velük az egész virágos kertet. No csak, rozsot gyorsan, s kiterítettem lepedő vászonra az udvar közepén. Föl is fordultak tőle mind a lovak. Ja, Istenem, nem lett baj belőle? Baj? Mérgelőtt az oficier, de mi baj lehetett volna? Csak szállíthatok mosott a saját szérimön. Ügyeltek volna a lovaikra. Aztán jött négy haramia, hogy visznak a lovak helyibe, amit találnak, Hát, találtak a kezemben korbácsot olyat, hogy megemlegették. Baj, a baj csak annak baj lelkem, aki megijedt tőle. Bibasz Ábris tiszteltes, ezzel a magyarok dolgát panaszolta a házigazdának, jóféle törköly mellett. Megrontotta a fejüket a nyomorúság. Nem járnak templomba, nem fizetik a kepét, belégburt az ördög. Van, aki az oláhokhoz dörgölődik, van, aki a templomukba jár. Az a dászká rontja őket, azt mondja, a császár az oláukat szereti, a magyarokat nyomja, mert ellen lázadtak. Nem ad nekik erdőt, nem ad nekik legelőt, az oláók között még szétosztja az urakét, mert az oláók segítettek neki, ezeket tanítja. Bolond az a dáskán, Bolond, bolond, de egy bolond század csinál, s milyen a paraszt? Úgy hisznek neki, még a magyarok is akár valami apostolnak. Hát Isten őriz, névszállás jönne. Fred Doboj, olána mondaná magát. Méltóságod legelőjét nekik adja császár, azt hirdeti ez a dászkál. Csak mondják, hogy oláok. Még erdőt is kapnak a nemesekéből. Hát a jobbféle magyarok, mit szólnak ehhez? Mit szóljanak, könyörgöm? Hallgatnak! Annyi sok ember ellen kimerne szót emelni, s ha holnap rámennek az erdőre, kivédi meg a jussukat. Annak a pár embernek a jussát, egy egész faluval szemben. A jog, az igazság, tiszteletes úr! Az öreg pap megsimogatta a szürke szakállát, kicsit lehajtotta a fejét, és úgy mondotta, hol van ma a jog ebben az országban, méltóságos uram? Hol van az igazság? Varjas István szemöldőkei összerándultak. Kegyelmed, mint lelki pásztor, bizonyára jobban tudja, mint én. Jog és igazság az Úristennél vagyon, s munkálkodik benne, mikor szükségét látja, valamennyünk érdeme szerint. Bibor száb is lehajtotta a fejét, és sokáig nem szólott. Azután is csak sóhajtva és halkan. Az ég magos, méltóságos uram! A mi életünk apró dolgai nem érnek odáig. A látogatás nem tartott sokáig. Búcsúzóban a nemzetes asszony is elővette a papot. Az idevalóknak, Hol tart mostanában Isten tiszteletet? Az öreg zavartan dadogott. Csókolom a kezét, tulajdonképpen még sehol sem tartottam, amióta az utat mostanáig nem lehetett járni, nyalog pedig már öregre a legény, és nem is volt hol. Akkor ezentúl itt fogjuk tartani, tiszteletes úr, a tanyán. A külső szoba elég tágas lesz arra, s ha idegek szüntével ott van csűr. Szokás szerint harmad vasárnaponként várni fogjuk. A híveket majd értesítem én. Nem volt fellebezés. A nemzetes azt, hogy komolyan szigorúan mondta. Parancsnak mondotta. Elkedvetledve ment a papa szánhoz, és mibarszni is úgy tetszett, duzzogott. még pokrozba csavarták, mint valami vén hurkát, egyre dünnyögött. Vén már az uram, nyugdíjba mehetne, nem ölheti magát ilyen gonosz időkben néhány parasztért még ha kepét adnák rendesen, de csak baj van velük, és bosszúság. És ahogy elcsilingelt a rozogaló a szánnal, és varias István egyedül maradt arra gondolt, hogy azért a néhány tulvaj parasztért, ahogy a panaszoló vén papni mondta, hányan, de hányan, ölették már meg magukat, sokkal gonoszabb időkben. Nézett lefelé az árván csilingelő szán után, mely borzasztó egyedül haladt a nagy, fehér világ közepén, olyan borzasztó egyedül, mintha egy árva és magára hagyott nép lelke volna. 11. Igaza lett a tiszteletesnek. A nemesek erdejére ráment a nép. A dászkál vezette őket, és az oláhok közt, kik vele voltak, magyar is akadt. A nemesek hallgattak, egy sem mozdult az erdő védelmére, a bocskosok pedig beálltak, s vágni kezdték a dászkal által kérölt részt. Akkor az -e megsokalt a Vajas István a dolgot, s bár köze nem volt hozzá, befogatta a két sárgát a szánkóba, és elindult kékesre a becirkerhez. Csiringett az őrgő, a líma a dombok között, a hó csikorgott, kemény lecsegő fagy volt, fülére húzta a süveget, feltűrt a farkasbőr gallért, és nézte halott fehér világot, melyen fények és árnyak adakoztak akár az életben. Hosszú volt az út kékesig, míg András meleven ült a bakon, míg a sárgák szorgalmasan rázták a csöngőket, sok mindenféle megjárta az eszét. Gondolt a gyermekekre, akik ott vannak Kolozsvárt, a nagy monostori házban, Irónka szőke hajára, és Gábor buksi fejére, elgondolta, milyen boldogan szánkozhatnak most a görög templom utcán ismerős gyerekek között. Aztán gondolta arra, hogy milyen is lenne most az élet, ha nem úgy történt volna, ahogyan történt. Ha nem jön az orosz, ha úgy marad megverve a császár, vagy ha nem is kerül sor erre, ha elintéződött volna már azelőtt, belátással, megértéssel, szeretettel, milyen is lenne most az élet? Gondolt a tanyára azután, az induló új életre, hogy milyen is lehet majd. Milyen élet teremthet így a keserűségből, az üldöztetésből, a megaláztatásból, mert mégis ez kell legyen az új otthon, örökre ez. Neki is, a gyermekeknek is olyan kell legyen, hogy igazán otthonná válhasson, otthonná, amit szeret az ember, ami szép gondolatokat ébreszt és békességre nevel. Dolgozni kell, tervezni kell, és építeni kell még sokat, s ültetni kell még sokat, és kiillódni, vesződni kell még sokat, hogy sikerüljön, hogy igazán az legyen. Otthon, új otthon a régi földön. Vajon sikerülni fog? Megérkeztek kékesre. Ronda kis hely volt, olyan szerteszadó falu, egy nagy hegy alatt, melynek görbő utcája nyugtalan kanyargott erre-arra, mintha valami jobb helyet akart volna keresni magának. A becérkeli hivatal ott volt a közepén a régi lakatlan Veselényi kastély egyik szárnyában. Prosperiek úr éppen valami cigányjal bajlódott, amikor a Varjasi bejutott hozzá. – Tessék helyet foglalni, Herr A cigányt egy kettőre elzavarta, s kettesben maradtak. – Sajnos, kedves Baron, nem kínáltam meg semmivel. A hivatalban nem tartok innivalókat, de talán lesz szerencsém későbben is a lakásomon. Már ez a lakás tudja, ez sem valami ay ay! Marjasi elvágta a bőbeszédőség fonalás, rátért a dologra. A pápa szemes apró uralság összeráncott homlokkal hallgatta végig. Aztán megkérdezte, két kezét szeliden összekulcsolva hasán. És mi mondta el nekem mindezeket, kedves báró? Mert ön itt a tekintét és az igazságot. Bókolt varjas a kis emberke előtt, nem minden célzatosság nélkül. Rosperiek komolyan fogadta a bókot. Bólogatott is hozzá, teljes hivatali komolysággal és öntudattal. – Ez igaz, ez igaz, de mit tehetnék én ebben az ügyben? – Előszhetne tolvajokat, és visszaadhatná az erdőt jogos birtokosainak. Prosperiek úr bólogatott, bólogatott, elevette burnotos szerencét, cippantott, tüszkölt, körül hordoz jámbor szemeit a piszkos padlón, a kopott asztalon, a rozog a székeken, és a csupasz falakon is, mintha ezt az egész örömten hivatali életet végig mustrálta volna. Azután bologatott néhányat, és megszól a csóhajtva. Hát, ez nem olyan egyszerű, kedves báró, nem olyan egyszerű. Azok a tolvajok ugyanis, ahogy nagyon helyes és találó ítélettel nevezni méltóztatott őket, a főséges császár kedvenc pornépei, akiknek el kell néznünk sok mindent, úgy szól a felsőbb rendelkezés, Ja, császár, jó szívű, erősen jó szívű, és szociális gondolkodása, ja, hogy általában mondani szokták, azok a jogos tulajdonosok pedig. És itt egyszerre nagyon terhet lett a derék úr, és összeráncolta a homlokát is, mintha valami kellemetlenség jutott volna az eszébe. A, azok a jogos tulajdonosok pedig, akiket ezzel a tökéletesen szakszerű jelzőkkel illetné méltóztatott, azok kérem magyarok, rakoncátlanok, rebellisek, Először is megszüntették a jobbátságot. Méltóztatott már hallani ilyet? Felszabadították a parasztot. Miért ezt ő felsége elrendelhette volna? Kvázi megelőzték ő felségét. Mit szól, kedves báró, ez a vakmerőséghez? És ez még nem is volt elég? Konspiráltak, föltámadtak a császár ellen, forradalmat csináltak neki. Ami ő nagyon kellemetlen volt országos gondjai közepette. Azt elhiszem, súszott ki önkéntelenül a varjasi száján. Prosperjék ránézett, nézte néhány pillanatig, aztán gond terhette, ütögette egymáshoz az ujjait. Hát, azt hiszem, méltóztatik érteni. Vendégére nézett a pápa szem mögül szeliden, sterve terve jó fejét kisi oldalra billentve, arcát sajnálkozó barázdákba gyűrve szinte bocsánat kérőleg, hogy nem teljesítheti a kívánságot. Varjási halvány mosolyal emelked fel a székről. Gúny és fölény lapult a szája szögleteiben, és a szemében is. Kimértem, mondotta. Értem. Szóval mi magyarok, törvényen kívül állunk. Ó, a világért sem, ugrott, hogy hirtelen az apró ember, és két csontos kezét tiltakozó nyújtotta ki maga elé. A világért sem, kedves báró, hogy is mondhat ilyet, vigyázunk, mi kérem a magyarokra, hogy ne vigyáznánk? A birodalom nem tesz különbséget polgár és polgár között. Ez a főséges úr legfelsőbb akarata is. Adjanak be instáciát a parasztosok. Én azt továbbítani fogom. Nem, kérem, mi egyforán ügyelünk mindenkire. Ebben biztos lehet, kedves báró. Az alót mindenki kell fizesse. Azt akartam mondani a derék és igazság szerető kis ember, hogy ez pedig mindenkinek egyenlő jogokat is biztosít. De varjasja szavába vágott. Ebben nem is kételkedem, becérkel úr, Kezét búcsúzásra nyújtotta. Jó munkát kívánok továbbra is. A bizonyosodalom érdekében. Rosperiek úr az ajtóig kísérte. Sajnálom, hogy nem teljesítettem, amit kíván, mentegetőzött. De nekem nincsen módom igazságot tenni. Én csak egy szegény kis hivatalnok vagyok. Én mindenkivel barátságban, békességben szeretnék élni, és szeretném, ha mindenki békességben élne. De kérem, a körülmények olyanok, megméltóztatik, érteni, ugye? meghívnám ebédre, de magam is hordatom a kosztot, csak úgy aglegény modra. <laughs> Kint a folyóson barátságosan elbúcsúztak, az ajtó fölött komoran állt a kőbe vésett Veselényi címer. Viszont látásra, becél Viszont látásra, kedves báró! Kint a falnak támaszkodva a két zsandár állott, végig mustrálták a kilépő varjasít idegenül és ellenségesen. Szakadna rátok a fal, dörmögte bosszusan, mikor beült a számba. Szemére húzta a sapkát, hajts! szólt oda Andrásnak, és a lovak csilingelve fölkapták a fejüket. 12. Hogy a nemesek erdeje miatt nem mozdult a törvény, a varjasi románok is fölbátorodtak. Addig rágta fölüket a pópa, meg a dászkál, még szemet vetettek a torligetre. Egy zuzmarás reggel a érkezett Mihály, ki az urasági fejszéseket ügyelte kint az erdőn. Az oláok rámentek, instálom az erdőre. Vannak, hogy harmincan, s neki is fogtak a vágásnak tüstént. A nemzetes asszony elsápadt a mérektől. Hát azt hiszik ezek a rablók, hogy még most sem tölt el a harami eskodás ideje. Kötél a nyakukba, s ott az erdőn fölhúzni valamelyit, István. Küldesen a zsandárok után. Hozassak ki azt a becsirkárt, hogy mi az Isten haragját, hogy tenyen rendet a kedvencei között. Az új éppen nyulászni készült ott át a tornácon, vállán a puskával. Csak rántott egyet a, a fegyver szíjón, sebesült kezéről lecsapta a kendőt, és annyit mondott sötét arccal Mihálynak. Gyerünk! Vigye legalább a béreseket, István! kiáltott utána az asszony, s hangjában agodalom is vegyült a harag mellé. De varjasi akkor már haladt nagy léptekkel lefelé a hóban, s Mihály mögötte. A hóban puhán aludt az erdő, mire odaértek, már átfurta nap a ködök fájtlait, és az uzmarás roppant töltyfák ragyóni kezdtek a jéghideg fényben. A cier bokrai behúzták ágaikat a hótakara alá, s mozdulaton álmaiban tavasz napfénye csókolóztak. Cserék összebújtak, mint az alvó juhok. útvesztői között vadak ösvényei kígyóztak szeszélyesen. Egy-egy fakélge recsegve megpattant a hidegben. Különben csönd volt, még a lépések sem hallatszottak. Az egyik tisztáson megtorpant az úr. – Disznók! – mutatott a hóba a szántott nyomokra. – Vagynak! – bolintott Mihály. – Jókora kan lehet az egyik. – Megkeressük a kutyával. Az erdő felső sarkában tompán döngött a fejsze. Harminc ember írtotta az erdőt. Csak a szemük sarkából néztek az úrra, mikor alájuk az útra kiért, de a munkát nem hagyták abban. Varjas levette válláról a puskás, mindkét csövét golyóra töltötte, lassan csinálta ezt, és megfontoltan. Az emberek közül sokan összenéztek, néhányan letették a fejszét, és átsorogtak tanástalanul. Aztán megszólalt az úr, és hangja messzire harsant a behavazott írtáson. – Hely, emberek! Rablók vagy tóké, vagy tisztességes népek? Letenni a fejszét, kitakarodni egy-kettő? Az emberek álltak tanástalanul, és nézték az urat egymást. Letenni a fejszét! Le a földre! És akkor megszólalt közöttük egy bizonyos imbuzán Dumitru. Sötét arcú legény, rekette mondta. Emberek, vágjátok tovább! Mi eltelt az idő, mikor lehetett így parancsolni. Marjas isten emelt egyet a puskán. Aki fölemeli a fejszét, lelövöm. Mindenki áll várta, hogy mi lesz ez után. Néhányan ibuzán, dumitrura néztek, az állt egy pillanatig neki vörösödve, aztán elkörjöntotta magát. Nagy, hosszú legény volt. Lőjé, hadd lássam! Az a két kézre kapta a fejszét, és magosan a feje fölé emelte. Aztán lecsapott vele a fára. Nagyot csattant a fejsz a csöndben, mert olyan volt, mint egy visszafolytott lélegzet. De abban a pillanatban a lövés is dörrend. Felordított a nagy darab ember, és kezdve lehullott a fejszéről, meggörbet jajgatott. A lövés összehúzta a kezét könnyökön alul. S ebben a dermek pillanatban nagyot a varjasi hangja. Emberek, azonnal dobjátok rá a fejszékes és takarodjatok! Aki nem engedelmesedik rögtön, annak a második lövést a fejébe adom. Ledobna a fejszét! Az emberek egy pillanatig sápadtan és megrendülve nézték az urat, hogy ott állt felemelt puskával. Egy pillanatig feszült, nagy csend volt. Csak imbúzán Dumitru nyögött a földön, s előtt karját a hóba dörzsölte, és kereken piros lett körülött a hó. Aztán egyenként kihullottak a fejszék a kezekből. – Kifelé innét, rablók! Egyenként szótlanul fordultak meg, s lehajtott fővel. A szégyen űzte ki valamennyit az írtásból. – Nem rösteitek magatokat, bitangjai! Zsandárt küldjek a házatokra! Csak Dumitru maradt ott a véres hó közepén. A baltákat, Mihály, takarítsd össze! Az úr ment Dumitruhoz. Nem szólt hozzá. Csak megnézte a sebesült karját. Erősen ömlött belőle a vér. Az ólomgolyó szétvitt a csontot. Vadász tarisznájából hasított szíjat vett elő, és lekötött a vérzést. egy haza, hogy közse otthon a feleséged decka közé. Remélem, ettől megjön az eszed. Indulj! Mihály összeszedte a fejszéket, kötéllel átkötötte, s vállára vetette. Arcán semmiféle indulat nem látszott. Úgy állt ott ura mellett, mint a rendes napi munkát végezte volna. Sem öröm, sem szomorúság, sem büszkeség, sem aggodalom, semmi sem látszott a tekintetén. Olyan volt, ahogyan ott állt, mint maga a közömbös hűség. és újra megtöltötte a kilőcsövet. Elég Mihály haza fejszékkel, és ki a szánok, hordják be azt a fát. Te meg hozd ki a kutyát. Alig néhány lépést a behozott úton, szőke Gyuri jött szemközt, az erdő pásztorral szegődött anyás. – Instálom! – Lihegte ilyetten. Éppen készültem bemenni, hogy jelentsem a bajt. Hallottam a lövést, s mind futva jöttem, nehogy veszedelembe méltóztasson esni. Varjosi elmosolyodott gúnyosan, hogy szokása volt ilyenkor, és élesen az ember szemébe nézett. Nem kell mindjárt megijedni, Gyuri. Nincs itt veszedelem sehol, valami tolvajok lopták az erdőt, de megugrottak. Jelenteni, Gyuri, tegnap kellett volna, vagy még azelőtt. Szőke Gyuri sápadtan ment mellette, fejét nyakába húzva, s ilyette rákcsával lógó bajuszát. Az urasági fejszések ott voltak a tetőn. Tudtak a bajról, a lövés is hallották, de nem tudták, mit évők legyenek. Az oláhoknak lesz igazuk, akkor nem jó újat húzni velük. Még hát, ha nekik is jut onnan valami. Ha pedig az úr lesz a győztes, akkor jobb úgy tenni, mint ha nem tudnának az egésző semmit. Kopácsoltak hát gyéren, és izgatott tanácsúzással várták, hogy mi lesz. Aztán föltűnt az úr Szőke egyúrival. Mikor meglátták puskás alakját a vágott szélében befordulni az útról, a fejszik sején csapkodásba kezdtek, hogy csak úgy visszhangzott tőlük a szálas. Csak a szemek villantak kutatva össze, és suttogások bujkáltak. Olyan mi volt ott lent? Tehát megegyeztek? Vagy elfutottak a puskától, mégis harmincan voltak egy elleniben. És ekkor szőke Gyuri megállt, szétterpeszett lábakkal, a vágott aljában, s közék harsant. Na gyerünk a munkával, gyerünk, telik a nap! Mint a feszültség szabadult volna föl hirtelen, megértették, hogy az úr igazsága győzött. Valaki hangosan megszólalt. Fel kéne kötni valamennyit? Mi tanság rámenni arra, mi másé? Mindjárt helyeseltek. Döngött a fejsze vígan tovább. Téltájba megjött Mihály a szánokkal. A kutyát is hozta. Burkus vidáman ütögette orrat a hóba, s rázta láncát az erdőszagra. Oda vitték a vadisznok nyomára, s elengedték. Örömében nagyokat ugrott, szagolt a nyomokat, s eltűnt a cserében. Néhány perc múlva felharsant az ugatása. Bent a gödörben. Varosi kezébe vette a puskát. Várj meg, Mihály! Ha kiáltok, gyere utánom! Aztán eltűnt a sűrűségben. Mihály leült egy fatünkre, s hallgatta az erdőt. Bent mélyen hallatszott a kutya magányos ugatása, néha halkabban, néha hangosabban. Egy-egy ágon megmozdult a hú a napsütéstől, stompán tompán puffanva lehullott. Fehér felhő szállt ilyenkor a fák között. A magfák tetején kövér húros rigók lakmároztak a fagyönybogyóiból, s egy harkálykorhat hat fát kopogtatott, és mindezeken a hangokon túl csönd volt, mély, alvó, hóba hullott csönd. Sokáig ültött Mihály, aztán hirtelen lövés dörrent. A kutya ugatás lelkes csaholásá változott, majd elhallgatott az is. Figyelt, sokáig semmi se szólt, csak a csend ásított végig az erdőn. Aztán messze, messze a kiáltás. Mihály! Hé hop! Hé hop! A hóba temetett erdőn alig-alig hallatszott. Újhopp! hopp! Fejelte torka szakadtából, s azzal egyenes irányba vette a cserést a hang után, s amely a lövés szólott. Ott lelt az urat a nagy disznó mellett, kezeit mosta éppen a hóban, akkor készült el a belezéssel. Fának támaszva puska, s odébb burkus rágodott a zsigereken. Jó korakan! Mihály megnéz az agyarait, meg úgy álltak ki a szájából, mint valami éles fehér kések. Hátat is megtapogatta. Nem is sovány. Aztán lövés nézte. Szívibe kapta, állapította meg tisztelet teljesen. Az úr megmosta kezeit a hóban, aztán a késeit is megmosta, kabátja újjá letörölt, és elővet a talisznyát. Kenyér szalonna került elő onnan. Egyért, Mihály, te is! Leültek egy kidült fatörzsre, falatoztak. A kutya leült szembe velük, s nézte. Neki is vetettek olykor egy-egy falatot. Örvendezni fog a nemzetes asszony, a nagy fenedisznónak? Az úr elmosolyodott bólintott. Néha hófelhő húlt puhán a fákról, s a csönd ellepet mindent. Aztán előkerült a kulacs is. Előbb az úr húzott belőle, majd Mihálynak nyújtotta. Így áll. Mihály lenyelt a falatot, tisztelte, kétfelé törült a bajuszát, és mielőtt szája az emelte volna, gazdájára köszöntött. Isten éltesse, erőt és egészséget! Aztán az úr pipára gyújtott. Na, Mihály, most fussa a szánokhoz. Még egyszer itt lesznek. Az egyik gyere ide az ajba, odáig majd lecsúsztatjuk. Megvárlak itten. És hogy magára maradt, csak ült a disznó mellett, nézte, és fújta a bodros füstöt, és nézte az erdőt, és gondolt mindenfélét. Szelídet, szépet és kellemeset, amit ilyenkor gondolhat az ember. Burkus pedig büszkén csóvált a farkát mellette, s nagy hidegben egy-egy fa jajgatva megrecsent. Mikor szürklet táján hazaértek a szánnal, mely a nagy disznót vitte, a tanya mind összegyűlt köréjük a nemzetes asszony szeme, és elégülten pihent a bemód állaton. Na, ebből telik néhány hétre. A bőrét szönyegnek csináljuk, mondta Varjasi, és a szeme csillogott. Agyarait farra akasztom. Ha nem burkusnak, ma dufla vacsorát adjatok, mondott a szolgálónak, mikor bement a házba. Az erdő dolgáról senki sem beszélt. 13. Három nap telt el. Az ég kék volt, és éjszakánként szinte csikorgott a csillagok fény a hidegtől. A fagyott hó jajgatva nyöszörgött a szántalpak alatt, és a szél indult esténként, karmos, kegyetlen, éjszak felől jövő, melyet a kutya is diderekve húzódott mélyebb ravackán, a tanya mögötti szilvafák ágai eszelősen verdesték egymást, s kínjukban száraz gajakat hullattak. Három nap telt el, és a negyediken, kora délelőtt, zsandárok kapaszkodtak fel a tanyadomban. A nap ferdén nézett le rájuk, sugarai élesen pattantak vissza a hideg szuronyokról. Csizmáig alatt csikorgott a hó, s kezüket fázva dugdosták a hosszú kabátújba. Négyen voltak. Vezetőjük, egy bibicses képű altiszt egyenesen a ház ajtajának tartott. Varjas István, bárót keresem, mondta a németül. Én vagyok. Felelte nyugodtan a házigazda, s állt, mozdatlan a küszöbön, csak a homloka volt összeráncolva egy kicsit, de szájában nyugodt méltósággal füstölgött a tajtékpipa. pipa. van, hogy házkutatást tartsunk önnél, morogta az altiszt, és összehajtogatott írást vett elő. Marisi belenézett az írásba, aztán egy intett. Tessék! Az altíz barátságtalan arccal lépett a szobába. Három zsandár fontoskodott a toporgott körülötte, megálltak a szoba közepén, s úgy néztek kereken, bizonytalan pislogva hidegtől kimart szemeikkel, mintha ott rejtőzött volna a nagy veszedelem valamelyik sarokba bekhúzódva. Tessék! Mutatott vajasi kereken a szobán, aztán kintott a szomszéd szoba ajtaját is. Tessék, csak jól megnézni mindent! aztán agyarára vágta a pipát, beült a kényelmes karosszékbe, és nézte a zsandárok vesződését. Azok kerekkel járták a szobákat, mindenhová benéztek, kinyitották a pohárszék fiókjait is, megtapogatták a bútorok húzatát, még a falakat is megkopogtatták, és olyan fontos képet vágtak ehhez a művelethez, mint a császár birodalmának sorsát hordozták volna a vállukon. Hírük percekat elterjedt a tanyán, csizmásan, a rászostra a kezében a nemzetes asszony is berabogott. Mondott néhány kurtagoromba szót, odalökte a belső szekrény kulcsát a bibercses örmester elé, és kiviharzott megint. Vége a harmadik kazetta második sávjának. Vas Albert, mire a fák megnőnek? Negyedik kazetta, első sáv. Becsapta az ajtó, csak úgy döngött. Orcátlan pimaszok, mondotta odakint jó hangosan, hogy meghallhassa mindenki, akit illet. Varjasi meg csak ült, nagy türelemmel spépámazott. Közben kihúzta az asztal fiókját, mintha csak dohány keresett volna benne, és mikor egy pillanatra mind a négy kutató másfelé tekintett, néhány írás gyorsan zsebébe csúsztatott. Olyan egykedven cselekedte ezt, és olyan patriárka is nyugalommal, hogy a zsandárok még gyanú árnyékával sem illethették miatta. Mikor az íróasztalra került a sor, úzorjasan félreállt, és az ablaknak támaszkodva csöndes derűvel figyelte igyekezetüket. Turkáltak a papírosok között leveleket, böngésztek, és néhány a levelek közül, ami gyanúsabbnak látszott, kiválasztottak és félretették. – Ezeket elvisszük! – jelentette ki harcosan a képű. – Tessék! – bólintott hozzá varjas a pipa mellől. A fogason lógó puskák előtt megálltak. – Ki ezek? – Az enyémek. – Mire használ ezeket az úr? – Vadászatra. Azt hiszem, egyéb mesterség nem lennének alkalmasak. A gúnyra összerándult az altis ábrázata. Engedély van hozzájuk. Micsoda engedély? Csodálkozott varjas a pipa mellől. Fegyvertartási engedély. Tessék egy hétemből megszerezni, mert különben elvisszük őket. A nemzetes az, hogy akkor lépett be újra az ajtón. Kaszához, kapához, nem kell engedély? Ahhoz nem, recsegte mérgesen a zsandár. Végig jártak a házat, konyhát, pincét, mindent. Aztán a csűrt, az istálót, a szekér szint, beletúrtak a hambárokba, tapogatták a szalmakazlakat, felhányatták a szénapadlást, még a nátfölyedek alá is benéztek, nem találtak semmit. Ettől kisé megzavarodtak, nézegettek össze s fújták a markukat, mert újra elővette őket a fázás. Dél volt már, mikor az altisz megszel idülve odállt varjas elé. Bocsánatot kérünk az alkalmatlankodásért, de úgy látszik, a feljelentőnek nem volt igaza. Sem ágyukat, sem katonafegyvereket, sem kompromittáló iratokat nem találtunk önnél. Ezt mindjárt az elején megmondhattam volna, nézett rá derűsen Varjas István. De nem kérdezték? A bibircses bizalmatól nézett rá. Nagy szerencsés ez önre nézve, uram, lehet. Az altész nézegetett, fújta a markát, de nem mozdult aztán egészen szeliden megkérdezte. Valami is melegételt kaphatnánk-e? Hajnal óta úton vagyunk, s erős a hideg. Varjasi kivette a szájába a pipát, és komolyan nézett a zsandár szemek közé. Attól függ, ki kérdezi ezt? A megfázott és megéhezett ember, vagy a személyes szabadságomat erőszakosan megháborító zsandár? A másik harcosan rántott egyet a fegyverszíjod, de aztán eltűnődött. Végül egészen halkan felelte az ember. Az más, akkor tessék befáradni. Leültette őket a kerekasztal mellé, pálinkát hozatott, és szalonnás rántottát készítetett nekik. A zsandárok jókedvel ettek ittak, de az altisztben még egyre rágódott az előbbi kérdés. Végül is előjött vele. Ne tessék azt színű, hogy mi magunk akarattából zavartuk uraságodat. Parancs volt, kötelesség. Feljelentés jött a becirker úrhoz, hogy az a kutya Kosutta cimborát volna. Ne tessék ránk karagudni, tette az a gyorsan, mert varjasonak elsötétetett az arca. Nem mi vagyunk az oka. Mi zsandárok vagyunk. Tesszük, amit parancsolnak. Nekünk is jobb lett volna otthon ülni, a poszton ebben a hidegben. – Miért is haragudnék? – mondta Varjasi, és újra töltött a poharaikat. Ekkor megszólalt az ajtóban Varjasi ném. Hangja kemény volt és ellenséges az a kosut pedig, akikről maguk így beszélnek, nagy hős és férfiú, jegyezzék meg maguknak, igazságért küzdött, és az igazság bármit is csináljanak vele, tovább él, mint a csizma, amelyik rátipor. A zsandalok egymásra néztek, gyorsan megették, amíg a tányérükön volt, kiitták a pálinkát is, elköszöntek, és úgy kotrottak lefelé a dombról, mint akik fölött meggyulladt a ház. 14. Anton Prosperjek Becirkel úr éppen a levelet olvasta, ami cipetje hozott a varjasi pópától. Ez már a harmadik levél volt, ami a pópa ebben a históriában zaklatta. Bosszus volt a derék úr különben is, mert aznap a tyúk szemei különösképpen fájtak, és a kávénak, amit Helénke az nél reggelire küldött, szappanize volt. Mérgesen tapogatta tyúkszemes lábait a papucsban, amit külön a tyúkszemek miatt hozott magával ide az irodába, hogy ne kéne szoros szipellőkben ülnie. Néha tubákos szerence után nyúlt, de a tüszentés sem emelt a kedvét. Végig a levelet, közben néhányzor megcsóvált a fejét, és a végén összehajtotta, és lecsapta az asztalra. Fel, kerl! Dünnyögte bosszusan, és szerette volna saját hivatalnoki kezeivel megtépdesni annak a vörös pópának a szakállát, aki álhatatosan küldi hozzá az újabb és újabb följelentéseket. Mert Anton Prosperiek úr alapjában véve békés természetű embernek született, és a spionkodás, a munka, amit újabb hivatalában megkívántak tőle, ondorral töltött el, és kellemetlen érzéseket okozott békés és jámbor polgárok dolgait igazítani, szerint aktában. Ez neki való foglalkozás volt, de besugások és intrikák alapján komoly úriemberek dolgaiban turkálni. Ez illetlenségnek és szerföld kényelmetlen feladatnak érezte. Ezért is haragudott olyan nagyon a pópa okvetetlenkedő levelére, mert úgy lökött az asztalra, mint valami undorító hernyót. Ebben a percben kopogtak az ajtón. Herein! Az ajtó megnyílt, s húcsizmásan bundás bekecsben, nyers téri szaggal maga körül Varjas István lépett baszobába. a Á, grüsz, God, baron! Egy pillanatra is felette a gyuk gyors léptekkel sietett a vendég üdvözlésére. Rossz volt a lelkés, mert a szegény prosperek úrnak a házkutatás miatt csak a készfogás után kezdett el sántítani. – Jaj Jaj, jaj! tessék helyet foglalni! Varjas részvétel nézegett a sovány emberkét. – Mi a baj? – beszírker uram. – A tyúkszem, az az ördögat, a tyúkszem, tetszik tudni. Az ember aranyért sem kapna egy beszédes tyúkszem, vágott ezen az elárkodott vidéken, és már úgy fájnak, hogy mozdulni sem tudok. Vissza sántikált az asztalhoz, és sóhajtva ült le. – Fogd helyet, báró úr! Szerencsés ember, hogy nem fájnak a lábai! – Hát, fáj, ugye nem fájnak, de azért tudok egy igen jó házi szert a tyúkszem ellen. Biztosan beválik. – Igazár? Csillant föl a becírker úr szeme. – Vegyen három kanál mézet, magyarász a varjasi. Tegyen hozzá három fő apróra zúzott fokhagymát. Keverje el, hat kanál olvaszott mély viaszban, s este lefekvésor kösse be vele a tyúk szemeit. Reggere lehullanak. – Na, ezt igazán megpróbálom. – Őrvendezett prospeveki úr. – Köszönöm szépen a tanácsot, báró úr. – Orvosságot nem szabad megköszönni, mondott a báró mosolyogva, és letelepelt a felkínált székre. A becirkel úr szeme egy pillantása a levélre vetődött, mely ott feküdt még összehajtva az asztalon, valósággal bosszus kifejezést öltött az arca. Most, hogy ilyen szép, szerít hangulatban volt, még jobban haragudott az ünneprontó levére, Szeretett a vendégével kedvesen elcsevegni, hogy művelt emberek között szokás egy kicsit Bécsről, egy kicsit erről, arról, hiszen olyan ritkán esik ilyesmire kékesen alkalom. Ez az ostoba levél arra akarja készíteni, hogy felöltse kellemetlen hivatalos arcát, és bosszantó nevetséges ostoba kérdésekkel zaklas ez a derék urat, aki messze hegyek közül eljött, hogy beszélgessen vele, és megtanítsa őt a tyúkszemírtás módjára. Tépelődéséből a vendég zavarta föl. Azért jöttem, becírker úr, kezdte szeretete mértó hangkordozással, hogy két vadász fegyveremre engedét kérjek öntől. Midő ugyanis zsandárjai barátságos látogatásukkal tiszteltek meg a minap, tudtam ratták, hogy állampolgári kötelessége miért szerezni. Hát, mint jó állampolgár, eljöttem érte. Prosperjek úr arca, hogy így eszébe juttatták az a szégyen teljes házkutatást, ami zsandájaival végezhetni kényszerült, és ami miatt úgyis folytonos lelki furdlásai voltak, egyszerűen zavart, szinte szégyenkező kifejezést váltott, érezte belül becsületes szelíd lelkében a mardosást, amit ez az intézkedés már a meghozatalkor is okozott, és legszívesebben a földhöz vágta volna elkeseredésébe a hivatalát, hogy ne kelljen több kellemetlenséget okozni a komoly és tiszteletre méltó úriembereknek. Érem, kedves Máró! Na, doktor, zavartan. Természetesen azonnal megcsináljuk, csak hogy... Csak hogy... Újjai zavartan babráltak a levéllel, még nem megmarkolták, és gyors, mérges mozdulattal összegyűrték, és belökték a papírkosárba. Ettől a műveletől hirtelen felderült az arca. Ráncai között a mosoly felszabadult, mint a súlyos terhet rázott volna le magáról, és közvetlen mozdulattal ráütött az asztal lapjára. Csak hogy egy feltételem nekem is van, kedves báró. Ma velem fog ebédelni, és hozatunk egy korsót abból a bizonyos tekei borból, amit a kántornál árulnak. Na! Karjé szélesen kitárta, ránevetett a vendégre, és a tyúk szemei nem is sajogtak már. Prosperiek Anton lakása lent volt a piac sarkában, a bolt és a korcsma közvetlen közelében. A lakás összesen két szobából állott, de abból is csak a belső számított szobának, mivel a külsőben nem volt már semmi bútor, csak néhány bőrön meg láda, amiket Prosper Jekur magával hozott. Meg egy lábatlan szekrény, amiben néhány ruháját tartogatta. Kájha is csak a belső szobában volt, egy öreg és rossz kedvű vaskályha, melynek csöve átfúrodva a barnára pácolt mennyezeten, ráeresztett a füstőt egyenesen a nádfödélre. A nádfödél attól keserű, kátrányos izzadságot csurgatott magából. A ház gazdátlan volt. Régen egy nyugdíjas iskolamester lakta, övé volt a telek is, de aztán meghalt. És hogy nem jött senki a hagyatékáért, a község magának nevezte ki. Így került bele egy szép korai őszi napon Prospercsek úr, aki az egyik prágai hivatal asztala mellől előléptette kékesi bezirkernek. Az előléptetésnek eleinte örvendett, mert több fizetéssel járt, de aztán annál erősebben elkeseredett, amikor új állomás helyére, a dagasztó szekér nehéz vergődések után kihozta. Prosperjek Anton úr, maga ötvenkét savanyú évével, megszokta már, hogy reggel hétkor bejön a házi asszonya, tüzet gyújtson, cipőjét fényese pucolja, leszakadt gombjait felvarja, s elvinült ingein a kézelőt átfordítsa éppebbik felére. A nyolckor pontosan hozzák a kávét, oda tegyék az asztalra két darab vizes zsemlével. Bár csak az egyiket eszi meg mindig, mert rossz fogai a másodiknál, mert megújják a munkát. Aztán elsétál a hivatalba, komoly lépésekkel, megnézegetve az ismerős utcák ismerős látványosságait, méltósággal biccentsen a hivatalszolgának, leparolázzon a kollégákkal, és odaüljön rendes, megszokott íróasztal a mellé, Elővegye rendes és megszokott aktáit, és lassú, de alapos körültekintéssel elvégezze rendes és megszokott napi munkáját. Délben hazamenjen, az ebédet mindjárt elébe tegyék, és a tálcán ott legyen a nyomdaszag újság, mert a leves hörpölések közben kényelmesen átolvashat. Megszokta, hogy este héttől akkor bemenjen a rendes és polgári korcsmába, ahol a pincér alázatos meghajlással fogadja, és a kövér tulajdonos is odajön, és azt mondja, alászolgálja a kedves prostpályek úr, alászolgálja, hogy is mint szolgál kedves egészsége. Aztán leüljön néhány régi hivatalok társával, a megszokott törzsasztal mellé. Az asztalon piros mintás abrosz van, és a pincér már hozza is a két deci bort, és aztán megtárgyalják a világ valamennyi baját, gondját, örömét és botrányát, örökösen, mindig ugyanazokat és ugyanazokkal, ugyanaz az arcjátékkal, s végül nyolc órakor megelégedetten és megfiatalodva a sok bölcs beszédtől hazamenjen és is a vacsoráját, mely már az asztalon várja. Kékesen persze mindez egy kicsit másképpen volt. Az üres lakás hosszú időn keresztül egy vén cigányi őrizte, és kisé barbáros illatát néhány hétig semmiféle meszelés nem tudta kipusztítani az alacsony szobákból. A szobákat továbbra is az öreg cigányé takarította, mivel más vállalkozó nem akadt, és ez sivár és szomorú érzésekkel töltötte el Prosperiek úr aglegész szívét. Megszokta, hogy özvegy a Prágában molett és kedves, kis időt töltött ugyan, de tréfára annál inkább kapható. Megszokta és megszerette így az életet. Az egyszerű és gondtalan életet Őzvegy és Mulett háziasszonya mellett, és el sem tudta volna képzelni eddig, hogy járkálosan a szobájában olyan asszony személy, aki nem őzvegy és nem molett, mert Béri cigányi nem volt az, sovány volt és pergament bőrű, ráncos arcú, akár képer a boszorkány, aki seprő lovagol és gyermekeket hízlal megszámlálhatott a mennyiség unokái közül, valamelyik mindig ott settenkelt a nyomában, borzasan és mocskosan, és nagy olajozott fényű szemével elhordani való dolgok után lesett. Természetesen az úri cipelő takarításának mesterségéhez még csak nem is konyított Biri néne, hiszen ilyesmit közelről nem is látott addig. Úgy nézte a kefét, mint valami csodálatos varázs eszközt, és az úri pantalóból pálcával verte ki a rászállat sarat, amit viszont Prosperjek úr bámult őszinte csodálattal. Rendhez és sem volt érzéke, bíre cigánynénak. Azonban tudott egyéb tudományokat. Már első nap valami titokzatos bögrével érkezett, és tartalmával búzgón fröcskölgette a küszöböt, az ablakokat, sőt a kemence hagyta is. A gonosz lelkek ellen, magyarázta a fontoskodva, kik útközben az úrhoz szegődhettek, hogy életét megrontsák, fü, 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 fű! Távozz, gonosz, távoz és jól összeköpködte, összefröcskölte a prosperek urat és kedves buzgalmával. Máskor még masszatos roncsomót adott át, melyben titokzatos gyökerek voltak. Tegy a nája alá, mikor lefekszik, súgta titokzatosan, és köpjön háromszor észak felé, és mondja minden köpés után háromszor, Andrak móvé dzsakána, Andrak móvé bikána, és éjszaka megálmodja a szerencséjét, Bizony, szegény, Prosperjek úr eleinte csak mérget és bosszúságot álmodott kékesen. Jába füstölte, jába fröcskölte bíri szobákat. A gonosz szellemek komisz kis cigány bolhák képében ott maradtak, zavartalon keserítették a jó úr éjszakáit. Mikor reggelenként bosszusan és vakarózva, hosszú kaputjában, notyogó kalucsniában a hivatal felé igyekezett, gondosan evicskérve a kátyuk között, a bolt ajtajában minden nap ott állt Helén, az özvegyboltosné, rózsaszínű arccal, és gyönyörű kövéren, és kedvesen ráköszönt. Jó reggelt kívánok, tekintetes királybíró úr! És délben, mikor visszafelé egy csicsomkázat a latyakban újra, jó étvágyat kívánok, tekintetes királybíró úr! Az étvágy meg lett volna, mivel Biri cigányné teljes puliszkán, turos puliszkán, és tyúk meg berbés tokájon kívül egyebet főzni nem igen tudott, s ezeket hordva egy kettőre kikurált a gyomor bajából a jó urat. Az étvágy tehát rendben volt ilyenkor, s Prosperiek úr szeriden bologatott vissza a rózsaszínű zsidóasszonynak, akiben minden megvolt, amit szeretett, özvegy is volt, molett is, volt mégpedig alaposan. Egy délben aztán megkötötték az ismerettséget. Ez úgy történt, hogy az a szakadatlan eset az eső. A sár minden eddig ismert méretet felülmúlt, Evickélt Prospegyek úr hivatalából évet hosszú kaputjában, sietett a szakadó esőből minél előbb födél alá érni, és a nagy sietségben az egyik galocsnyi lemaradt a cipőjéről. Ott állt egy lábban, éppen a bolt előtt, éppen mikor felelni akarta a köszönésre, s idétlenül és kicsit ostobán, már, ahogy ez ilyen helyzetben az ember tenni szokta, volt a sárba maradt fél galocsnyira. Aztán megfordította az öreg esernyőcs, azzal próbálta kipiszkálni a sárból. A galocin azonban megszállott az ördög, s ahelyett, hogy engedelmesen visszatért volna a gazdájához, egyre mélyebben keveredett bele az agyagos lébe, még végül már éppen csak az óra látszott ki onnan. Ekkor már nem volt mit tenni, egyebet, fél lábon óvatosan, akár egy kötéren táncoló mutatványos, elkezdett Prosperiek úr nyulkálni a rebelis lábbeli után, míg végül elveszítve hirtelen az egyensúlyt, teljes hivatalos hosszában belezuppant a sárba. S ekkor csoda történt. A szív igaz érzelmei képesek csupán ilyesfél csodákra. A boltos né, ki mint ez ideig akkordó figyelemmel néz az ajtóból a hadműveleteket, hirtens elszánt mozdulattal föltűrte szoknyáját, s néhány erőtes cuppogó lépéssel az eleset mellett termett, karja alá nyúlcs, pehelyként fölemelte. Donner vetter, krucifix noheimál, dünnyögte bosszusan a kárvalott uraság, Igyekezett letisztogatni kezeit a ragacsos sártól, jobb hián kaputjához azokat. A mentő angyal pedig félkezel a karját szorongatva álhatatosan, másik kezével kihalász az első sárcipőt, és azután gyöngéd mozdulattal a bolt felé terelte. – Tessék erre, királybíró úr, tessék! – A kabágyát le kell fejjük majd, ha megszáradt mondotta bent a boltban. csak levetni, sze, így nem mehet az utcára. Adom addig az enyémet, hogy ne fázom meg ebbe a csúnya időben, kedves jó királybíró úr. Jaj, de nagy a sárborzasztó, miért nem csináltad csizmát magának, drága királybíró úr? Itt nem lehet úgy járni, mint városon. Pecirker úr engedelmesen levetette sáros kabátját, mivel megszokta, hogy Mollett özvegyeknek engedelmeskedjen. Megvizsgálta szortyogó cipőjét, melyből szennyes sárlé úgy borékolt elő minden mozdulatra, és ekkor hirtelen eszébe jutott az elmúlzott társadalmi forma, és arcát előkelő összeszedve bemutatkozott. – Engedelmet kérek, kedves nagyság! Anton Prosperiek vagyok. – Hellén! – rebegte szeliden az özvegy, és nagykövér kezét a becírkerül sovány markába csúsztatta. Mire egy fél óra múlva a tisztára mosott sárcipőben nagyokat cuppanva, és a rengeteg bőnői kabádban tovább folytatta útját, már mindent elmondott magáról, amit mondani lehetett. Miri cigányét és a túros puliszkát épp úgy, mint a régi jó prágai életet, mely után úgy fájt a szíve, hogy mesélés közben a szeme is megkönnyesedett. Helinas nagyokat sóhajt, valgatta végig a panaszokat, csodálatta prágács, mindenre bollogatott szendén, és tele ó, ó, királybíró úr, ó, ó, minden bizony a nehéz itt az élet egyedül, bizony, bizony. Búcsúzásra aztán Prosperiek úr kimondta azt is, ami legjobban nyomta a lelkét. Kedves nagyság, ha szabadnak érnem, ne szólítson engem királybírónak, becirker vagyok én, becirker Anton Prosperiek, mondja csak úgy Prosperiek, vagy, vagy lehet úgy is. Anton, itt elvörösödött, sebese meghajtotta magát, és a női kabátot szorosan fogva kilépett az ajtól. Attól a naptól kezdve Helén asszony főzött Prosperjek úrnak, igaz, hogy kis zsidós ételeket, de az nem volt baj. A lakásban Helén asszony cselédje sepergetett, s munkát a boltosné is gyakran ellenőrizte, különösen, ha Anton úr is oda volt. Így aztán a molett özvetség fogalma újra jótékonyan lebegte körül a becirker úr aglegény életét. Ez a Asszony asszonyhoz vezette most is a vendéget. Szapor léptekkel billeget vele végig a csikorgó utcán, s rozoga a úgy nyitottak ki előtte, mint valami fényes prágai vendéglőbe invitálta volna. Helin asszony, nagy barna kendőbe burkolózva, ült a pult mögött, ahol a kicsi vaskája senyvet. Kedves nagysád, vendéget hoztam, ha megengedi. Varjai István, báró úr földbirtokos. Helin asszony könnyedén elpirult. Örvendek, Rebekta, ismerem már a bára Hogyne! hogy ne? Varjas is mosolyogott, hogy ne? Ismerik már egymást. Kicsit régecskén volt ugyan. Helin asszony még jobban elpirult az emlékezető szavaktól. Sajnos csak szerény lesz, dadogta elfogultan, és eltűnt a konyha irányában. Miközben a belső szobába tessékelték egymást, Varjasi csöndesen mosolygott felévedő emlékein, azon a csinos kis zsidó lányon, aki ezelőtt sok esztendővel, mennyivel is? Tíz? Tizenöt? Ej, tudja fene! A cseléd elszadt borért a kántorhoz, mert ami a boltban van, az nem úrnak való, mondott a herinasszony, és nagy párnás kezeivel a legjobb falatokat tett a báró tányérjára. Ebéd után borozgadva ültek az asztal mellett, a borlassan lassan fölnyitotta a prosperjek Antor becirked árva és meg nem értett lelkét. Bizony, kedves báró, nem ilyen életre gondoltam én. Szép, békés város élet való nekem csupa magamfajta emberek között, akik békések, szelidek, jó akaratúak. Jaj, kedves báró, ez egy borzasztó tartomány, itt az emberek vadak és ányan vannak, annyi fét akarnak, mindenki lázadó rebel, vagy fékezhetetlen paraszt, vagy gonoszkodó és tolvaj. Egyébet sem teszek itt, kérem, mint az igazságot hámozgatom. Jaj, kérem, az igazságot piszkálni én úgy nem szeretem, ez goromba katonáknak való, nem az én békés természetemnek. Nem értem ezeket az embereket itt herbáron. Mindig más mondanak, mint amit akarnak, mindig mást akarnak, mint amit gondolnak. Sohasem csinálják azt, amit gondolnak, vagy amit akarnak, vagy mondanak. Haragudnak rám, minden cselekedetért, rendeletért, mint ha én lennék a császár. Pedig én kérem. És a császár is haragudnak, mint őlen a zsandarok puskáján a szurony. Pedig én tudom, hogy a császár jó ember, én is jó ember vagyok. Jó ember, igen, jó ember, én Anton Prospekt Prágából. Ó, szép, szép, békés, gyönyörű Prága, menj Így ábrándozott Prospályek úr a borhatás hatás alacs közben, Helin asszony, a sarokban ülve, csöndesen párnát hímezgetett, hol őt, hol a bárót nézte, epedő, tág, puha, tehén szemekkel. Kövérkezét néha szívére szorította, vagyis azokra a tiszteletre méltó gömbölyűségekre, melyek puhán és szeriden a szívét őrizgették, s úgy súhajtott ábrándosan, a beszéd elröppeni szavai után, ó, ó, ó. Jó két beszélgetés után, mikor már a bor is elfogyott, s el a szó és a puhára ázott kis emberke szájában, Marjasi felállt elbúcsúzott. Messze van még hazáig, hárította a további marasztalást, hamar sötétedik. Azok ketten úgy néztek utána egy keveset az ajtóból, ahogy szányához sietett, de mert a hideg nagy volt, hamarosan visszatértek a szobába. Ej, haj! sóhajtott úr visszajövve a zsírosra koptatott alacsony, piszkos karos székbe. Milyen derék, szemves urak ezek a magyarok! Igazán kár, hogy belül olyan nehéz természetük van, hogy olyan békétlenkedők rebelisek. Ezt a bálót is figyeltetnem kell, Szigorú utasításaim vannak erre. Itt egyik ujját titokzatosan fontosra felemelte. Titkos és bizalmas utasításaim. Az a varjasi pupa is állandóan panaszkodik, Reál. Pedig az a mi emberünk. Ördög vigye ezt a póppát, hogy nem tud békében ülni. Fegy se kellett volna adjak neki, folytatta hosszabb gondolkodás után. Nem lett volna szabad, de hogy mondjam meg neki. Hát hogyan mondhassam meg egy ilyen úri embernek? Hogyan? Ej, prosperjek, prosperjek. Igen, jó ember vagy te ez a hivatalhoz. Sokkal igen jó. Helyén asszony pedig nézett rá hódolattal, és bólogatott, bólogatott. 15. Attól kezdve, hogy a hó járhadóvá tett az utakat, minden a várni lehetett volna a vendégek érkezését. Régi jó időkben ilyenkor egymást tiporták a látogatók, az utakon mindenféle szánok csilingeltek, lármás vadászatokon fegyverek ropogtak, kastélyek és udvarházak ebédőteremében vidám köszöntők hangoskodtak. De azóta, hogy a világ megváltozott, és mennyire megváltozott, édes Istenem! És a kastélyok meg az udvarházak lakói megfogyatkoztak, igen erősen, bizony azóta hasztalan kémlel ki a háziasszony ebédfőzés előtt az útra, házigazda és állhat órák hosszat elgondolkozva az ablak előtt, kitekintve a hideg-havas világba. Nem csilingel se új úri szánkó, lármás régi barátok nem mutatkoznak. Ki tudja, merre vannak, élnek-e, nem élnek? Nem volt jó sokat mozogni abban az időben, különösen az olyanoknak nem, akiknek muszka lándzsa törött a karjába, és igazoló írásait, amiket Bécsből hozott volna, zsiványok rabolták el. Nem lehetett tudni, Hol botlik az ember valakibe, akinek eszébe juthat hirtelen a feltűnő arcról, ez vagy amaz? Jobb volt behúzódva ülne a tanyán, félre eső dülőút végiben, ahol nem hajtanak át az új uraságok szányai. Jobb volt és biztonságosabb. A tanya élet ott fönt a varjasi tó dombján olyan volt, mint az öreg emberé, ki az élet sallangjait megunta, szerényen félrevonul a világzajától, s haszontan örömökkel nem mulatja magát. A tanya élete körben járt. Körben éppen, mint a nyomtató ló, amelyik csak megyen előre, s mégis mindig visszatér oda, ahonnan indult. A tanya élete is forgott a maga kis nyomorúságai körül, a hajnali sötéttől esti szürkületig, marhaetetéssel, takarítással, fahordással, panihordással és sok kisebb-nagyobb bajjal. Egyszer a béres legényt ütötte le a fa másszor az András kezén támadt kelés, aztán elpusztult az egyik koca, és már csak egy maradt. Aztán Júli érte utal a hidegrázás. Fogyott a pityóka, apadt a hombárok gabonája, takarékoskodni kell a szalonnával, zsírral, étellel, abrakkal, és a paraszt asszonyokkal alkodozni, tyúkért, tojásért. Hát, ilyen volt az élet. Az úr számadásokat csinált, hogy mennyi föld van búzával bevetve, mennyi varjoson, mennyi dobóiban, mennyi az áldomitakban, Mennyit kell még kiadni felesbe, mennyit vethet maga, mennyi gabonak kell háznak, cselédnek, állatnak, mennyi kell vetésre, mennyi lehet a termés, mennyit lehet majd pénzét tenni, mennyi pénz kell állatot venni. Újra és újra elkezdte, és a számítás sehogyan sem talált, sehogyan sem illett össze. A kell mindig nagyobb volt, mint a van. Hogy volt a pénz is, a szekrényben lévő, a mocsi boltosnál már adósság is gyűlt, pedig ha lehetett, bőrrel fizettek, nyúlla rókával, vidra bőrrel. Mihály vitt a bőröket ilyenkor, s órákon át alkudozott értük, hogy becsaphassa valahogy a zsidót. A nemzetes asszonya jószágot gondozta, utána állt Mihálynak, Andrásnak, ellopott holmikat kajtatott elő a faluból besúgó asszonyok mondása után, és maga járt fel a házakhoz tojásért, tyúkért, tömött libáért. Cserébe fát adott halat, egy-egy nyulat is néha, a konyha fölötti akasztorul, s ígéreteket a nyárra. Kaszálott harmadába, szántott felesbe. Egyéb élete nem is volt a tanyának. Mikor elpusztult a koca, mintha gyászba borult volna egy időre minden. A lovak sem nyerítettek olyan vígan, a cserédek gonteltek lettek, s a nemzetes asszony két napig lehajtott fejjel járkát. Aztán az is eltelt. Néha jött Mózsibá, egy-egy hallas, tudott rókáról, vidranyomról, vagy erdőli jövet, a véresek disznyomot láttak, és ilyenkor az úr letett a pipáját, behajtott a számadásra, telejét füzetet, és megkönnyebbült lélekkel akaszott a vállal a puskás, ment ki a nagy fehér hómezők közé. Vége a negyedik kazetta első sávjának. Negyedik kazetta második sáv. Karácsonyig tartott a nagy hideg. A tójege lábnyit vastagodott, spattogott éjszakánként a diófa kérge. Nyulak bokásznak a holdvilágnál, s burkus az istálóba költözött. Karácsony esrének napján megenyült az idő. Lágy déli szélkesze simogatna dombok elnyúló hátát, s párák sűrűsödtek az égen. Előbb csak egy-egy pehely szálingózott, árván, mint a magára elindított gyermek. Aztán a pejhek megnőttek, sűrűsödtek, sullásuk már elfötte a tavat, el a völgyet és el a szomszédos dombokat. És mire az este elindult, hogy alászáljon a földre, már úgy állt a tanya a sűrű havazásban, mint egy világtól elszakított kicsike sziget, partalan tenger közepén. Apró Nói országa, újra kezdődő világ elé, régi életeket mentő árva világocska, eltemetve, elfeledve és mindenkitől távol. Az úr az ablakban állt. Ősz óta szinte alig változott, csak a szakkála lett hosszabb, és az arca soványabb. Állt, kopott mindennapi gúnyájában, melynek zsinórjai már megbomlottak itt-ott, hajtókája kifes Nem is pipázott, csak éppen állt az ablak mellett a belső szobában, és nézte a havazást, mert olyan volt, mint egy nagy fehér függöny, mely egyre hull, egyre pereg, egyre múlik, mint maga az idő nézett ki a havazásra, és a gyermekekre gondolt, oda hívta őket. A havazáson át a szem elé látta kedves kicsi alakjukat, mozlataikat, szemük hamiskás villanását, vagy komoly csodálkozását, amikor tündérmesék nyelvén szólanak hozzájuk. Nézte őket, és beszélgetett velük. A képzelet csodálatosan finom nyelvén, mely megszépíti a szavak muzsikáját, és az érzéseket valami lágy szomorúsággal tölti meg. Úgy állt az ablaknál keze nem mozdult, és mégis sejmes gyermekhajat simogatott vele. Lámpa nem égett még, s mögötte sötét árnyékok lepték el a szobát, s a falon vén kakukkos óra ketyegett lassan, kimérten. Aztán bejött az asszony, és világosságot gyújtott. – Mink a lelkem? – mondta nagyon csöndesen, és míg a fény felé fordult, szürkülethez szokott szeme furcsán hunyorgott. – Mink a lelkem? – Kár, hogy nincsen egy kicsi fenyőfánk. Gyertya tehetnénk rá, s meggyújthatnánk. Az asszony meglepetten figyelt az ura szavait. Sovány feje szigorúan fölemelkedett. Ostoba német szokás. Fenyő sincs, s a gyertya is nagy dolog ilyen időkben. Hogyan is jut ilyen bolondság az eszébe? A férfi kicsit megszégyelte magát, csalgatott. Újra visszafordult az ablak felé, de ott kint fekete volt már minden a szoba fényétől. Csak úgy gondoltam, mondott a kis idő múlva halkan. A gyermekek is szerették, tudja. Minka asszony már akkor a lámpa alatt horgolt. Soha nem pihenő kezei egy pillanatig abban nem hagyták a munkát. Elég fölösleges volt Nabam asszonytól ilyen bolond német szokáshozni a házába. Gyermek örvendjen, aminek dukál. Bubának, szekérnek, talicskának. Dohogott Minka asszony, rázta fejét, billegett a és újra dohogott. A férfi pedig eljött az ablaktól, mert már úgy sem lehetett látni a havazást. Leült szemközt az asszonyon a másik karosszékbe, elővette a pipát, rátömött, tüzet csiholt. Szállt kéken a füst, nagy kék felhőkben s csend volt. Csak az óra ketyegett. Az ablakon befújt egy kis hideg szél. Hószagú szél, és a kájában a tűz fellobogott néha. Csönd volt. Konyhában adrás felesége énekelt halkan, és úrolt az edényeket. A padlásajtó csikordult néha a szélben, fájdalmas és árva hang volt, belesírt a magányos némaságba, a siket csendbe, az óra ketyegésébe, a kötőtű neszébe, a mosogató asszony dúdolásába, s kereken az egész nagy sötét világba. Az éjszaka ránehezedett a küzdelmes életre, a gondokra, a nyomorúságokra, s fáradtságba altatta a tanyát. Aztán már az asszony sem dúdolt a konyhán, Tűz is kialudt, csak az óra ketyeget még, s hideg fuvallat verődött be az ablakon. Néha bercegett az olajos kanóc, egy szekrény recsegett, s a padlásajtó olykor megcsikordult. 16. Az év utolsó napján rossz egy lovas deszkaszán kanyarodott föl az útról tanya felé. örgője nem volt, úgy jött a vakító szép téli délutánban, mint valami baljós üzenet. Az úr éppen esti lesre készült. Vállán volt már a puska, mikor az ócska szánt, és az elébe fogott rozoga vénsárgát meglátta. Hát ez vajon kicsodas mit akar? Mord arca várta meg a szánt, fent a diófánál, kémlelt a benne ülő ember formáját, parasztnak nem volt egészen paraszt, de úrnak sem látszott. Foltozott vén bunda volt rajta, széles prém gallérral, amilyent a régi urak hordtak. Fején egyszerű fekete báránybőrkucsma, és maga hajtotta a toldott foldott hámba fogott sovány nagy lovat. Nem tudta fölismerni. Csak amikor megállt, s kihámozta magát a bundából. Akkor aztán egyszerre ellepte a pirosság varjas Istvánt. Péter! És odaszaladt hozzá, és megölelte mind a két karjával. Péter! Hát igazán te vagy! A nagy hosszú sovány ember sepphelyes arca keserűen elmosolyodott. Dehogy is vagyok én, csak az a jár a lelkem, hanem neked is magosra fölvitte az Isten a dolgodat. Szegény Rebeka, alig tudott fölszuszogni a portádig. Varjasi nézett a lihegő véngebén. Ennyi maradt a televér ménesből. A vendég elfordította a sovány fekete arcát, melynek bal oldalán hosszú élénk piros sepphely húzódott végig. Holló csőr alakú roppant orra, szomorúan bókolt Rebeka felé. Ennyi. A hívás előtt András elvezette a száncsalovat. Bementek a házba. A vendég meg kellett hajtsa a fejét az ajtóban, hogy beléphessen. Valóságos palotád van, mondott a savanyú mosolyjal, amikor körülnézett. Ahogy levetett a hatalmas bundát, és ott állt rossz foltozott csizmában, színe hagyott szondra ruhában, ennek az ujja itt-ott rojtos volt már, még soványabbnak, még magosabbnak látszott. Egy ruházatra olyan volt, mint valami munkátlan csavargó, és a nagy bánatos orrát, Csavány arcát, s a hosszú sebb helyet nézte az ember, inkább egy szomorú komédiás komédiásra kellett gondoljon. Be a szemek, a nagy, nyitott fekete szemek, s a magas domború homlok többre vallottak. A nemzetes asszony összecsopta kezét, amikor a csizma topogása kínézett a belső szobából. Öröm is, meglepetés, szánalom és ijegység egyszerre volt a hangjában és tekintetében. – nyi, hogy jön maga ide? – Bátonyi Péter szomszédjuk volt. Nem nagyon közeli, csak úgy, ahogy a mezőségen szomszédosak lehetnek az emberek. Bátony és varjas, jó óra, járáslóval, de persze csak olyan lóval, amire a bátony és varjas istálokban régente lehetett. Péter és István gyermekkorok óta játszótársak voltak, az iskolát is együtt járták a kolozsvári kálvinisták kollégiumában. Együtt iratkoztak be a felsőbb tudományokra is, tudós professzoroknál, göttingában, aztán az élet kezdődő zűrzavarai néhány évre elválasztották őket egymástól. Péter Széchenyi István nyomdokába szegődött, és a diétán lelkes beszédekbe szorgalmazta a magyar ügyek előbbre Aztán egyszerre csak haza került újra bátonyba. Kedvét szekhette valami. Talán a nemzet akadékoskodása minden újításra szemben, talán a közöny, melyben a nagy célok fulladtak. Akkor már családos ember volt, felesége, gyermekei voltak, s újra gyakori vendéglet varjason. Mikor a szabadság zászlója kibomlott, elsőnek jelentkeztek mind a ketten. Aztán a háború vihar szétsodorta őket, s azóta hír sem jött többi bátonyi Péterről. Csak a családjáról. De azok véres és borzalmas hírek voltak. És most ott ült a két barát újra egymással szemben. Szilvorém került az asztalra. Folyt a kérdezősködés erről, arról, közös barátokról, harctéri ismerősökről. Aztán az asszony kiment a konyhára, hogy vacsora után nézzen. És ekkor egyszerre közéig zuhant súlyosan és feketén a csönd. Közéig zuhant a két fekete esztendő, ami elválasztotta őket egymástól. Közéig zuhant véresen és feketén, sok elmondatlan szó és súlyával mélyen lenyomta őket a hallgatás alá. Aztán Varjosi törte meg a csöndet, reketten. Hallottam volt a hírt, hogy családodat múlt évben az oláhok. Bátonyi Péter félrefordította fejét. Csak nagy szomorú orra látszott és a sebb hely. Milyen is akadozva törtek elő a szavak, és ritkán. És olykor súlyos csend ékelődött a szavak közé. Mind egy szálig István. Anikót és a három gyermeket. Kínos, acsmány halállal. Míg én oda voltam. Verekedni. Azt mondják, hosszan kínoszták őket. Verték. Tudod, István, ezt mind elgondolni. Az ember nem akar rágondolni, az ember szabadulni akar. De nem lehet. Az ember belebolondul. Nyögtek a szavak, és izzottak, és sütötték a levegőt, hogy a szoba falai is forrók lettek tőle. És már remegő kézzel újra töltött a poharakat, ittak, és Péterből, mint véres, gennyes, szörnyű tájogos sebb szakadt föl a lefolytott beszéd. Itt élni közöttük, és nézni az arcukat, azokat az arcokat, azokat az undorító mocskos pofákat, meg akkor is itt voltak, és bizonyára röhögtek, és tudod, az a legrettenetesebb. Már hármat megöltem közülük. Kezembe kerültek, és megöltem őket. Senki sem látta, csak egyedül Isten. de jó, azt is látta, amikor az a dolog történt. Látta, és nem tett ellene. Hát lássa most is, lássa! Nem félek tőle? Ha akkor nézni tudta? Tudod, én azt hiszem, nincsen is Isten. Hármat megöltem közülük. Kezemmel préseltem ki torkukból a levegőt, ehhez a két kezemelni. Pedig tudod, soha nem voltam erős ember. De most erős voltam, borzasztóan erős. Ott vergődtek a kezem alatt. Csak szorítottam a torkukat, szorítottam ami kinyílt a szájuk és a szemük nyitva maradt. Jaj! Borzalmas ember lett belőlem István. Nyögött és fuldoglott a hang a szűk, kicsi szobában, és megtelt tőle nehéz és sűrű indulatokkal a levegő, halálos vívódásokkal. Így áll, Péter! Isten éltessen, István! Tudod, mikor az Miskolcnál megtudtam a hírt, azt hittem, beleőrülök. Szerencsére rohamra mentünk éppen. Sírtam és haraptam a kardom vasát, mintha megvesztem volna. Nem láttam, nem hallottam semmit, csak rohantam előre, ütöttem, vágtam. Akkor kaptam ezt a sebet is az arcomon, nem tudom ki adta. nem tudom, amikor adták, csak ütöttem. Nem tudom, hányat öltem meg azon a napon, csak öltem. Belég döftem a kardomat, aztán kiúztam, s újra belég döftem. Kezemben végig a vérük, belefolyt az ingem alá, ragadós volt, vér volt, azt mondják a végén, úgy szedtek össze a katonáim. Ja, István! Így áll, Péter, így áll egy kortyot. Aztán kiszöktem az oroszok közül. Barasztruhában jöttem haza, erdőkön éjszaka. Házam leégett, minden elhordva, és se egy sír, se egy jel, se egy emlék azokról elfogtak. Két hónapot tartottak fogságban, aztán kegyelmet adtak, bár ne adtak volna. Már végezhettem volna én is úgy, mint a többi. Mert nem tudott te István, mi volt az haza jönni. Egyedül. Gyalog, kifosztottan, megalázottan minden nélkül, élet nélkül, reménység nélkül, és senki nélkül és oda, oda térni vissza így, ahol mindaz történt, és tudni arról, és csak arra gondolni folyton. Folyton? Mindig csak arra. el még egy pohárral, István, és ne nézz úgy rám, mert kiszaladok, vagy elsírom magamat. Sokáig csönd volt. Az üveget nézték mind a ketten, a poharakat. Most hol lakozol, Péter? Egyik zsellérem házában. És a gazdaság, semmi, puszta földek. Hallgattak. Az óra ketyeget. Annak a házában lakom, aki a gyűjtogatást vezette, aki az egésznek a főkovása volt. Belső zsellérem. Én úsztam Ti tizenöt évvel ezelőtt a tóból, amikor feldölt a csónak. Annak a házában lakom. Pálinkát töltött magának, és muhon megitta. Ahogy először hazaértem, szőkve az oroszok elől, mindjárt megtudtam, hogy ő volt az egyenesen oda mentem a házhoz. Az udvaron nem volt senki, csak az asszony. Olyan szürke lett az arca, mint a hamu, amikor meglátott. Hol az urad? Kérdeztem tőle. Bent van, mondotta. Reszketett a szó is a szájában. Bementem, ha az ember ott állt a kemence mellett, kezében bicska volt, és ostort faragott a gyermekének. Ostort! Ügyes, kicsi ostort! Amilyent gyermekeknek szokás faragni. Ha nem tudtam volna, hogy ő volt az, aki azt az egészet, azt a szörnyűséget csinálta, nem hittem volna el, olyan szeliden és ártatlan faragt az a kis ostort. A gyermeke, négy éves fiúcska, ott állt és nézte. Hát lehet az, hogy ugyanaz az ember egyszer vadállat legyen, és máskor ostor faragjon a gyermekének? Stefán. szóltam az emberre. Mit tettél, Stefán? Az ember rám nézett kezéből, először kiesett a bicska, azután kiesett az ostor, Szája elkezdett remegni, fehér lett, mint a fal, aztán csak összecsuklott, lezuhant a földre, mint valami zsák, és úgy zokogott, hogy őt még nem hallottam soha. Én álltam az ajtóban, és kezemben volt a bot, amivel agyon akartam verni azt az embert. De az ember nem szólott semmit, csak túrta fejével a földet, és zokogott. És hátam mögött zokogott az asszony és is kiabált, Üsd agyon, uram, ezt az embert, üsd agyon, jaj, megvert az Isten, úgyis, és akkor elkezdett a gyermek is sírni, olyan borzasztóan és szívettépően sírt. És az asszony egyes sikoltozta, is dagyon, is agyon minnyájunkat, jaj, úgy kell nekünk, megvert az Isten. És az ember Stefán, akit én húztam ki a vízből, és aki az első tüzet, az első tüzet tett a háza födele alá, az ember vergődött a földön, és csak zokogott, Megfordultam, és elmentem onnan. Még aznap elfogtak a zsandárok, és csak hónapok múlva szabadultam megint. Bár sosem szabadultam volna. Szervusz István! Isten éltessen, Péter! Amikor visszatértem, a ház már üres volt, akkor azt mondták, az ember felkötötte magát a pajtába még azon a napon. Az asszony elment a gyermekkel, nem is látták azóta, a ház egészen puszta volt, se bútor benne, se egyéb, csak mocsok. Belé költöztem. Kitakarítottam a piszkot, az egyik sarokba szalmát hordtam, és egy volt kocsisomtól kaptam egy pokrócot is. Aztán szerszámot kerítettem. Elébb egy széket ácsoltam, aztán egy asztalt is hozzá. Nehezen ment, de bele tanultam abba is. Majd polcot a kemence mellé, végül ágyat. Ezt az öreg Rebekát egy jó lelkőmbe visszahozta. Az ánkot kölcsönbe kaptam. Hát így vagyok. István, így vagyok. Hosszasan hallgattak. Közben ittak néha. A poharakat némán ütögették össze. Kint elvérzett a nap, és a szürkület lila fájtlai ráfagytak a dombokra. Az asszony bejött újra kiment. Tudod, István, Eleinte csak azért akartam ott maradni, hogy megbosszulhassam magamat. Néhány földet árendába adtam, erdőt is adtam el, hogy egy emiből puliszkát főzek magamnak, és az életemet tartsam. Ki akartam pusztítani valamennyit, az egész falut. Mindenkit, aki ott volt, a részt vett a dologban. Vagy csak látta, és nem tett elene semmit. Amikor Anikót, jó István, ha az ember így elképzeli azt, ami ott történhetett velük, és ha egyedül vagyok mindig, mindig, különösen eleinte, újra és újra láttam a szemeim előtt, akkor is, a lehújtam őket, akkor is, ha nem akartam már látni, akkoriban sok pálinkát ittam. Kellett. Erdőért, földért vettem a pálinkát, és ott az üres házban ittam és ittam, amíg nem láttam semmit. Öltsél még, István! Az elsőt az erdőn öltem meg, napokig lestem rá. Tudtam, hogy ő volt az, aki az elsőt ütötte kicsi bandi fejére. Úgy mentem rá, mint a farkas fegyver nélkül, csak úgy kézzel. Nála balta volt, de már akkor rajta voltam, a földre zuhantunk. tudod de István, milyen puha az emberi torok? Milyen semmi, milyen gyönge? Az embernek csak úgy belemennek az ujja is, nem tudják elengedni többet, nem tudják. Az ember élete nagyon vékonyan van a testhez kötözve, István, én tudom. Egyszer csak kinyílik a szája, kinyílik a szem, és nem csak még többet. Arca elkékül, és kész. Tölts meg, István, nem tudom mivel a torkomban, mint a tüzet nyeltem volna száraz. Három embert öltem meg a kezemmel, ezzel a puszta kezemmel, de többet azt hiszem, már nem ülök meg többé soha, pedig még sokan lennének sokan, akik mind ott voltak, mind tettek valamit. Nem tudom, hogyan mondjam, hogy megértsed. Ezek furcsa dolgok, nagyon is rán. Néhány percig hosszasan bámult mag elé. Nehezen lélegzett, Arszán izzott a sepphely, homály terjengett a szobában, s a sarkokat megtömte sötétséggel. Mikor az elsőt megöltem, s elástam ott az erdőn, nem éreztem semmit, örömet sem, bánatot sem, semmit. Mikor másnap végigmentem a falun, s elmentem annak az embernek a ház előtt, az utvarra egy asszony állt és sírt. Az én asszonyom is sírt. Gondoltam magamban keserűen, sőt, másképpen sírt, egészen másképpen, azzal tovább mentem. A második legény ember volt, az csak az anyja síratta meg az apja. Én is sírtam a gyerekeim után, aztán megöltem István a harmadikat. Ez éjszaka volt a tavon, hát a harmadik halász volt, s a falun kívül lakott, meglestem, mikor tűzzel készült halat a léghez, Megfojtottam azt is. Nem volt könnyű dolog, mert erős ember volt, és védtem magát. Aztán beeresztettem a jég alá. Másnap eljött hozzá a felesége. Sovány, sápat, vézna kicsi asszony, hogy segítsek neki megkeresnie az urát, mert beleesett a tóba, és senki sem akar segíteni. Babonásak az emberek, és nem akarnak a lékez közeledni. Oszta a gyermekeit is öten voltak. Soványok és aprók, akkor ácskák csak, mint a két öklöm, ha így összeteszem. Elmentem és segítettem az asszonynak kiszedni az urát a jég alól. Egy egész délután dolgoztam a jégen, amíg sikerült, aztán eltemettük. Kopósot is én ácsoltam össze a padlás deszkákból, mert nem volt az asszonynak pénz, hogy koporsot vegyen. Egy éjszaka magam is ott virrasztottam a halott mellett. Gyertyánk nem volt, csak a tűz világánál virasztottunk ketten az asszonyjal. És az asszony akkor elmondott mindent. Tudod, nehéz dolog ez így, hogy megértsed. De az ember élet egyáltalában valami nagyon furcsa és nehezen érthető dolog sokszor. Az emberben éppen annyi rossz van, mint amennyi jó, Sor az egyik, hol a másik kerül elő. Az szerint, hogy a körülmények melyiknek kedveznek. Valahogy így kell legyen, azt hiszem. Az asszony azon az éjszakán, ott a halott mellett, elmondotta az egészet úgy, ahogy volt. Nem hallgatott el semmit, nem titkolt, nem szépített semmit. A meztelen és szörnyi igazságot mondotta el. Amikor rátörtek a házamra, az ő ura verte be a kaput, ő ötötte be a kasznárba villát is, és az egyik gyermeket, a legkisebbet, kicsi Anikot, ő dobta ki lábánál fogva az ablakon, érted is Az én gyermekemet. Elmondott az azt, hogy mindent úgy, ahogy volt, aztán elmondta, hogy milyen nehezen értek. Alig volt a gyermekeknek mit enni adni, a kasznár letiltotta a tavat, mert nem fizették a dézsmát rendesen, nem fizethették, mondott az asszony, mert kellett a hal már meg pityókára, hogy ehessenek a gyermekek legalább naponta egyszer. Elmondta ez ura, milyen jó ember volt. Soha egy újjal nem nyúlt hozzá, soha egy rossz szava a gyermekekhez nem volt, akárhogy sírtak is étel után. Saját ruháját vetette le éjszaka, ha fáztak, hogy betakarja őket vele. És amikor a vészákat kötözte, fütyült. Érted, István? Fütyült, mint ahogy én fütyültem hajdan, mikor a dolgozó szobámban ültem egyedül, és gondolkoztam valamin a nyitott ablakon keresztül, bealacott a gyermekek vidám kacagása, és a langyos szél meglebegtett a függönyöket. Annak az asszonynak az ura, aki ott feküdt kiterítve velünk egy szobában, és akit én öltem meg, az is éppen úgy fütyörészett. Vész a kötözés közben, és tavaszlató partján, mikor a vészákat kirakta, s a fűzek gyöngerügyei már zölden bomlani kezdtek, s a levegőben virágszag úszott. Az élet nagyon furcsa, és én rájöttem akkor azon az éjszakán a halott ember mellett, akit én öltem meg, és az asszony mellett, aki csöndesen sírdogált a sötétben, és elmondott mindent úgy, ahogy volt. Rájöttem akkor, hogy nincs semmi értelme az egésznek. Nincs értelme. Már jóvá tenni úgy sem lehet semmit. Az élet elrontó dolgait nem lehet jóvá tenni azzal, ha tovább rontjuk a dolgokat. Az ember ott feküdt közöttünk a viskó földjén, egy rongyos pokróca letakarva. A sarokban öt gyermek aludt a szalmán, nyőszörögtek, és egyik másik néha hangosan fölsírt, és az asszony halkan beszélt olyan dolgokról, amik már elteltek régen. És én elgondolkoztam azon, hogy vajon most mi változott meg az én számomra. Igen, hiába csodálkozol, azon gondolkoztam, hogy vajon ennek az embernek a halálával az én számomra változott-e valami. előkerül -e most valahonnan a feleségem, szegényke? Vagy valamelyik gyermekem előlépe, és azt mondja-e, itt vagyok? Ez őrültség, tudom. És képtelenség gondolta, mert aki nincs, az nincs. Azon nem segít, ha világ valamennyi emberét is utána küldöm oda, ahová őt küldték azok. Akkor miért? Kérdeztem magamat. Miért? És ez a kérdés akkor egyszerre olyan volt, mint a nagy fekete falnak ütköztem volna neki a fejemmel. Így volt ez, tudod? Csak ültem ott, csak ültem, és hallgattam az árván maradt öt kis sován gyermek nyőszörgését, az asszony egyhangú síros beszédét, ahogy mind mondta, mind mondta a világ legfeleslegesebb mondani valóját. Azt, ami már eltelt, amin már változtatni nem lehet úgysem. Attól az éjszakától kezdve, nagyon békés ember lettem én, István. Azt az asszonyt az ő gyermekével magamhoz vettem. Ő takarít és főz nekem otthon, abban a házban, tudod, abban a házban, ahol Stefán lakott, az a bizonyos Stefán. A gyermekek már nem is olyan a soványocskák, mint voltak, és akár hiszed, akár nem István, az egyik, az egyik szakasztott olyan, mint, Bandika volt. A sötétség lassan ellept a szobát. Csak a tűz világított közéjük, ahogy az asztalra rákönyököltek. Aztán a háziasszony visszatért, lámpát gyújtott, csak a széthullott szavak emléke maradt meg, sötéten, valahol a butorok alatt. Hosszú idő múlva új beszéd indult, másfelé kanyaródó nyomon. Vacsoró táboros kancsó mellett üldögétek hárman, a nemzetes asszony nem ivott, újai szorogalmasan jártak a kötőtükkel, csak néha szólt bele a beszédbe. Ország dolgairól folyt a szó, magyarok bajairól, és a két férfi, a két régi barát, súlyos szavakkal öntötte ki magával a meddő küzdelem felgyűlt keserűségét. Csak néha, ha elhallgattak, gyűlt újra köréjük az elmondott szavak fekete emléke, mint kísérteties, ólom nehéz felleg. Pattogott a tűz, fogyott a bor. És az óra fönt a falon komoly ütemben mérte a másodperceket, és néha hangosan bele kakukkolt az időbe. Aztán a kakuk kikiáltotta az éjfélt. Anélkül, hogy egymásra néztek volna, a két barát egyszerre felállott. Kezükben összeértek a poharak. – Vesszen az 1849-es keserű esztendő! – szólalt meg mézengő hangon Varjas István. Soha magyarnak ilyen esztendője többet ne legyen! Éljen 1850! S vele Kossuth Lajos! Bátorinak is megrezent a hangja. Éljen az eljövendő, szabad Magyarország! A nemzetes asszony is felállt. Éljen, mondotta csöndesen, szeméből könnyet törült ki. Vége a negyedik kazetta, második sávjának. Vas Albert Mire a fák megnőnek? Ötödik kazetta, első sáv. Kiírták a bort utolsó cseppig, aztán a poharakat föltöz csapták, ősi szokás szerint. Majd megölelték, megcsókolták egymást. Jobbjaik súlyos szorítással összekapcsolódtak, és a szemük könnyes volt, a szívük nehéz. 17. Bátonyi Péter másnap kereken járt a tanyát. Nagy fáradtságban nem került, mindöz az istálót, a szint, és a csűrt megnézni, meg a kocát a fonott olban, s a kazal tövében összebújt juhokat. Jó kedven nézett meg mindent. A múlt esti beszéd emlékei, mint a nem is kísértették volna már. Mint ha az egész csak álom lett volna, valami véres és nagyon nehéz álom, amire gondolni sem szabad. Még a burkos is megsimogatta vackán. Kutyár is van, örvendett neki. Már én is kell szerezzek egyet. Látod, ez az, mondotta, mikor a tornácról visszanézett a rendben tartott Istanya udvarra. Ezt kell csinálni. Te már megtaláltad, Isten, az utat, az igazi utat. Előről kell kezdeni mindent, egészen előről. Az otthonépítését és a hazaépítését is egészen előről, egészen lentről, egészen kicsi dolgokkal kell kezdeni. Csak bátorság kell hozzá, toldotta meg kicsit szomorúan, és hosszú orra a föld felé fordult szemei tűnődve nézték a kőlépcsőket. Ez az. Bátorság kell. Több bátorság, mint a gyilkoláshoz. Több. Bementek a szobába. Te erősebb voltál mindig, folytatta bent a megkezett beszédet. Gyermekkoromban is te voltál az erősebb, most is. Te már elkezdted. Ma még csak nyolc szökröd van, és két tehened, egy év múlva már több lesz. Tíz év múlva megsüvegelnek a becirkerek, ha elhajtasz mellettük, és húsz év múlva fölépíted a kastét. Varjas István tűnődve hallgatta a szavakat, itt fölkapta a fejét. Nem építem föl, mondott a hirtelen éles, szinte ellenséges hangon, és az arca is kipirult a szavaktól. Bátonyi Péter csodálkozva nézett rá. Nem építed föl? A módod lesz reá? Akkor sem. Varjas István szeme élesen nézett szembe vele. Nem, akkor sem. Innen induljon ki az új élet. Erről a tanyáros. Maradjon is itt. Azt akarom. Akkor a miénk lesz ez az élet? Milyenk magyaroké? Mert ott kezdődik a baj Péter. Folytatta szinte lázassan. A kastélyoknál. Az én bajom is, a tied is és ennek a szerencsétlen országnak a baja is. Ott a kastélyoknál kezdődött el. Magasra épültek, igen-igen emeletesre. Nem lehetett elég mélyen lelátni belőlük, csak mind fölfelé lehetett látni, le nem a földre, ahol a dolgok gyökere van, ahol a nemzet gyökere van. Idegen bútor, idegen függőny, idegen szőnyeg, idegen, 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 ez volt a kastély. Mind magasabbra került a földtől, min messzebb, mind messzebb. Nem, Péter, a kastélyokat nem szabad többé fölépíteni. Nem tudom érted de amit akarok mondani. Értem, mondott a Péter, és az arca nagyon komoly volt, szinte ünnepélyes. Értem. Én is sokszor éreztem régen ilyesmit. És nehéz szavakkal elmondani, de értem. És igazad van. Nagyon igazad. Aztán ebéd után befogták Rebekát az ócska számba, a kölcsönszámba, és Bátonyi Péter felhúzta foltozott bundáját. Úgy nézd meg azt a lovat, hogy az első négy lábú tagja jövendő gazdaságomnak, mondotta, és a hangja jókedven csenget. Ő se kell legyen egy világra szóló ménesnek, mint ahogy utódja is egy olyannak. Na, Rebeka, tégy ki magadért! És a nagy, csontos sárgaló az össze-vissza foltozott hámban megindult, s vitte a sovány szomorú embert lefelé a dombról. 18. Alig telt néhány nap, és új látogatók érkeztek a tanyára. De ezek már nem egy lovas deszka kocsis nélkül, kopott bundában. A fényes, piros-fekete címeres szánkot négy sallangos, rókafarkas, ezüst veretes szerszámba öltöztetett, szürke röpítette, s a libériás kocsis mellett huszán ült el labakon. Úgy hajtottak be a tanyára, mint mikor földes érkezik zsellérét számadoltatni. Kocsis is, huszár is, de még a négy szürke is úgy nézett körül az egyszerű tanya udvaron, mintha eltévedtek volna. A szánkóból drága, nyuszprémes bundában szakálas uraság szállott ki, horgas orru, barna arcú, szúros nézésű. Mellette alacsony idősebb asszonyság, kicsit kövér és kicsit csúnya. Risportól fehérlő arcát, kis sejem kendőcskével óvta hideg ellen, mely a déli napfény dacára csípős volt még mindig. A nagy csengés bongás a minka asszony is elődukta a fejét a csürből, hol búzát rostáltatott négy lusta cigányjal. Rövid báránybőr ködmönkében volt, mint mindig csizmásan, agarászos torra. Jaj, hogy az ördög vitt volna más felé, bosszankodott magában, mikor felismert a látogatókat. Hát, ezek ugyan honnan bújnak elő? A vendégek mi nem vették észre. Az úr kigombolta a vastag bundáját, tömött tárcát húzott elő, abból kikeresett három aranyszegélyes névkártyát, és oda nyújtotta a feszesen álló huszárnak. – Keresd meg, fiamad, a dinercs, neki, hogy jelentsen be ő A névkártyák közül kettő egyforma volt, és ez rajtuk Baron Eduard Sonkol Krausz, harmadikon pedig Baronin Hermine Sonkol Kraus. A huszár tanács tanul az egyszerű kis házat, de mivel az András feleségénél mást benne nem talált, annak adta oda a papirosokat. Az nézte a cifra gúnyájú embert, aztán markába nyomott holmit, és megkérdezte. – Hát ezekkel mit? Hogy csináljak lelkem? – Mi az gazdádnak? – Mordult rá a huszár, és előkelő fölénnyel indult vissza szánkóhoz. De már akkor csattogott a csűr előtt a nemzetes asszony hangja. – András, András! Segítsenek a madárejésztőre kifogna lovakat! Egy-kettő! Sutakodd le őket, sort szalmát találjuk! Új rendelkezett, mint a négy szürke lett volna vendég, a többi csak kelletlen tartozik hozzájuk. A sonkói Krausz pár lassú méltósággal indult szembe a házasszonyával. Az asszony odasúgta a kendő mögül. – Nézd, Eduard, hogy van öltözve szegény, mint valami béres asszony? Hogy hagyhatja el valaki magát ennyire? Edward báló bólogatott, de nem felelt. Nagyon tisztán és világosan emlékezett még azokra az időkre, amikor ő maga is kénytelen volt elhagyni a magát, és a feleségesen volt sokkal különb egy béresasszonynál. asszonynál. Sonkoly Graus Eduard báró édesapja, a Tata, ahogy a családban nevezték, egyszerű, száz régeni fakereskedő volt. Graus Moritznak hívták, és két egylovas szekérrel járt a havasi fűrészekhez deszkát venni, és aztán vissza száz régenbe eladni azokat. Az egyik szekeret maga hajtotta, a másokat pedig a mama, későbben pedig a fiú Eduard. Édvárd úgy kapta ezt a különösen előkelő nevet, hogy éppen abban az időben, amikor született egy nagyon gazdag és nagyon szűkszavú angol úr járt föl vadászni a görgényi hegyekbe, és azt is Edwardnak hívták. A név megtetszett Moritz Tatának, és mivel egyszer egy meglőtt medvét szállított le szekéren az angolnak, és ezért egy valóságos aranyat kapott, hálából és tisztelből Eduardnak nevezte a fiát. És a név úgy látszik szerencsét hozott. Krausz Eduard addig hordta a deszkán a görgényi hegyekből száz amíg valami építkező mágnás vele szállította a kastélyhoz való faanyagot. Ezen szépen keresett, közben összeismerkedett valami osztrák urakkal, akik nagyobb erdőket vettek meg kitermelésre, és őt bízták meg a munka keresztül vitelére. A keresetből fűrészmalót épített, erdőket vásárolt, szállította fát a kastélyoknak, városoknak, és aztán az osztrák urak révén megbízást kapott, hogy a kancellár részére vadászházat építsen a hegyek között. A vadászházból valóságos kastély lett, a kancellár meg volt elégedve, s rossz urat felvitte Bécsbe magával. 28 éves volt akkor, és abban az évben vette feleségül Herminét, a toplicai szatocsból szurtos kis pultja mögül. Épített néhány vadászkastét a császárnak is, tiszta fából, görgényi minta és saját élénk fantáziája szerint, és a császár is meg volt elégedve vele, részt vett valami pénzügyi manipulációban, kölcsönt szerzett, a megszorult birodalomnak és érdemrendet kapott. Egy sonkoly nevű vén részeges aglegény néhány száz aranyért megajándékozta nevével, s a jólelkű császár bárósággal toldotta meg, így lett az öreg száz régeni deszkakereskedő Krausz Móricz Tata, Eduard nevű fiából, négyes fogaton járó előkelő főúr. Kezit csókolom, báróni, Köszöntötte mély, és bécsi körökben szokásos meghajlásra a csizmás háziasszony. Hogy és mint szolgál egészsége? A bároni fagyosan nyújtott kezet. Köszönöm, kedves Krausz, Istennek hála jól vagyok. Isten hozta asszonyság, hát magukat mi szél fújta erre. Hermine bároni kicsit sértődötten húzta hátra a fejét a bundagallér mögé, az asszonyság megszólítása. Már gyermekkorától különös súlyt helyezett a titulosokra. Edward bár is valamivel egyenesebb lett, és kimérten felelte. Beköltözzen új birtokunkba, Illendőnek találtuk bemutatkozó látogatást tenni a kedves szomszédoknál. Igazán? Hová költöztek, bé, Csodálkozott Varjasini. Cegőr engedelmével, méltóságos asszonyom, a diadalmas hangsúly a vendég. A nemzetes asszony már megfagyott a szó. Cegőre? Hiszen az a túri. Igen, igen, jól méltóztatik tudni szakította félbe föléjesen Sonkói Krauszbáró. A birtok Túri István grófé volt, azonban a gróf sajnálatos ballépései miatt számüzetésben lévén az öreg kegyelmes asszonytól én vásároltam meg a birtokot, igazán csak szívességből. Miért az elkobzását végrehajtották volna? A kastélyjal együtt, tette hozzá büszke hangsúly a kis kövér Hermine. Úgy, mondotta megmerevedett arccal Varjasiné, ezt nem is tudtam. Szegény István, szegény-szegény Clementin néni. – Hát kérem, ilyen az élet? – elmékedett vidámon sonkói Krausz, miközben lassan a ház felé haladtak. – Egyszer föl, másszor le. A gróf kisé mellé fogott, ha szabad így kifejezni magamat. – De hát, Istenem, a politika is olyan, mint az üzlet. – Ízlés dolga, Krausz úr – szólt hátra Kurtán, a nemzetes asszony – Némely embernél valóban olyan, mint a deszkát árulna. A deszka megint eleven sebet ütött a vendégeken, Hermine Bároni elvörösödött. Aki ellene szegül a főséges császár akaratának, az megérdemli sorsát. Én igazán nem sajnálom a rebeliseket. Maga lelkem nem ért ehhez, fordult felé a szeretetre méltó mosoly a varjasiné. Jöjjön be, Krausz úr! Bocsánat, méltóságos asszonyom! Báros Sonkoy Krausz! a legfőségesebb császár akaratából. De a nemzet asszony nem hallotta meg. Vesse le a felöltőjét, Krauszni asszony, kedvesked bent a kis kövér hölgynek, aki csak egyre mérgesebb lett ettől a kedveskedéstől. Maguk itt elég rusztikusan élnek, adta vissza szívéskedést. Igazán nagyon sajnálom magukat, Képzelem, milyen nehezére esik. Persze a nehéz idők hallottam, ami kastélyunknak természetesen nem történt baja. Edvár már előre számított erre a vételre, és azt szerint rendezte a dolgokat. Edvárnak nagyszerű szimatja van az ilyen háborús világban. Mindenki azzal a fegyverrel küzd lelkem, ami természetéhez és rangjához illik. Ki orral, ki karddal. Bólintott hűvösen varjaséné. Ó, Istenem! Szörnykölt tovább a kis asszony. Nézd, Edward, Istenem, még padlők szegényeknek. Mángot, mángot. Srekli, nálunk nem, hogy egy díner, de még egy kocsi sem lakra ilyen szobában. Ó, szegények, szegények. István barátom, a kedves férje, nincs -e ide haza? kérdezte nagyon előzékenyen Edward Báró, hogy másfél terelje a beszédet. Sajnálom, kedves Klaus, a Báró az erdőn van. Nagyon fogja sajnálni. De ha kedve van, megvárhatja. Á, vadászni ment, biccentett előgen a Hermine. Látja, Eduard, mindig mondtam magának, hogy tanuljon meg vadászni, hozzá tartozik az előkelő motorhoz. Vontatotta ment a beszéd, különösen nem volt mondani valójuk egymás számára. Ültek a belső szobában fejszélyezetten, kicsit ellenségesen is. A nemzetes asszony bosszankodott magában, minek kelet ezek ide jöjjenek, és minek éppen most, mikor István nincs itthon. István még el tudna beszélgetni velük valahogyan, de neki dolga van, ki tudja, azok a tolvaj cigányok mit csinálnak ez alatt a csűrben. biztosan csak lopják a napot. Itt tartanám magukat ebédre, mondta a később erőltetett szívélyességgel. Te nem tudom, hogy az ebédünk elég előkerül lesz-e. Bizony, mi a magyarok szegények vagyunk most, és csak szegényesen élünk. Túros puliszkát főzettem mára, Ó, ó! Érdeklődt élénke Az biztosan valami nagyon érdekes, rustikus étel lehet. Én nagyon szeretem így néha az ilyen rustikus dolgokat. Milyen is az, mondja kedves? Olá, parasztok eszik, ugyebár. Ó, milyen érdekes. Olyan az lelkem nálunk is, mint amilyen a maga derékpapájára volt Toplicán. Hűtötte le kurtán a Nemzetes Asszony. Bárosan, hogy Krausz Eduár néz, született Rosenbaum Hermin. Hirtelen elhallgatott a topliszaik és szatós boltra való visszaemlékezéstől. Szakálas apja, slompos anyja jutott eszébe, kik örökösen pecsétes ruhában jártak, és egyáltalában nem volt érzékük az előkelő élethez. – Csak az a baj – mondta hirtelen, s duruzsó hangjából kígyok mérge csepegett – csak az a baj, hogy kocsisunk meg a huszárunk, szegények sajnos éhesek maradnak. Mert mi kedves, szívesen megesszük az én egzotikus dolgokat, mi megértjük az egyszerűséget, és belátjuk, hogy ebben a helyzetben, hát ugye, hogy mondjam, nehéz, és hát spórolni kell. Mi nem is kívánjuk, ugye, hogy ezek után, hiszen nem is lehetnek abban a helyzetben, ugye mi tudjuk, hogy mi történt itt. De a személyzet, hát az manapság olyan válogatós, hogy ki se lehet mondani. Sonkoly Krausz úr jól bevált szimatja azt tanácsolta, hogy véget kell vetne beszélgetésnek, mielőtt még jobban elméregesedik a szomszédi viszony. Így aztán lassan előkelően felkelt a karosszékből. Köszönjük, kedves bároné, a szíves invitás, de még messzire kell menjünk, és a nap bizony rövidecske ilyenkor télen. Nem szeretnénk elsötétedni valóan az úton. Sajnáljuk, hogy kedves férjét, az én derék István barátomat nem találtuk itthon, de majd átméltozhatjuk adni neki legmelegebb üdvözletünket. Barátod a hóhér, mérgelőtt magában a nemzetes asszony. Aj, te oda, befelkapott a fára, ez a deszkás zsidó. Hangosan ezt mondta. Ha bárra is sajnálni fogja, hogy nem találkozott Krausz úlékkal. sokszor eszébe jutnak a régi görgény vadászatok, és ilyenkor magát is emlegeti. De ebből az emlegetésből már nem akarta Krausz urék semmit sem hallani. A négy szürkét újra befogták a cifra elé, és a pompás vendégek elhagyták az egyszerű tanyát. A nemzetes asszony mehetett a csürbe, meg vigyi a cigányokat. 19. S múlott a tanya élete tovább a télben, múlott lassan és meglepő gyorsasággal mégis. Semmi sem történt, s azért az idő visszahúzhatatlanul telt. Napok lépdeltek egymás nyomában, és kitaposott ösvényükön hétköznapok szánkáztak le, csörgő nélkül, csak úgy egyszerűen. Vasárnap megjött dobolyból az öreg tiszteletes. Nyögve kászalodott le ócska szányáról, tapogatta megfázott kezeit, panaszkodott, megívott néhány pohár törkőt. Aztán az ebédlő szobában magyaroknak beszélt az Isten dolgairól. Ki nyitna belső szoba ajtaját is, hogy jobban férhessenek. A levegő megtelt ázott szondraszaggal, füst és szegénység szaggal, és Isten tisztelt után sokáig kellett nyitva tartani az ablakokat. Az öreg tiszteltes ott maradt ebédre, ilyenkor hús is volt az asztalon, nyúl vagy vaddisznó, és András felesége odarakta a tált az asztal közepére, hogy vehesse mindenki belőle, amennyit csak akar. A bor mellett kiengedett Bibarc ábrisból is a rossz kedv, kövérendült hátra a széken, és régi emlékeiből mondott el apró történeteket azokból az időkből, mikor még minden szép volt és nyugalmas, és a felnőttek gyermekek. Ezeken a kis tréfás történeteken csak ő kacagott, meg a házi gazda. Mert a házi asszony rendszerint komoly arccal ült a helyén, és összehúzott szemekkel, az András feleségét igazgatta, vagy a másnapi munkákra, kinti gondokra gondolt. Borozgozás után még elszívtak egy pipát csöndesen, kettesben a férfiak, mert a nemzetes asszony ilyenkor már egyébbel vesződött. Aztán az öreg tiszteltes felkecmerget megint a deszka s három hétre elbúcsúzott a tanyától, és a varjasi magyarok lelkétől. És folyt az élet. Nem történt semmi, és mégis ezzel apróság történt. Hazudna, ki azt mondaná, hogy események váltakoztak, és hazudna az is, aki azt mondaná, hogy eseménytelenül mullott az idő. Mert egyszer feldőlt erdőlő jövet a szán, és eltörött a rúdja. Másszor az egyik sárga sántult meg, s le kellett húzni a patkóját, és kúrálni kellett ecetes rongyal. A kocának hat szép malaca lett, és az egyik harmadnapos korában elpusztult. Egy jó elhullott, a mája métejjel volt tele. Nem lehet mondani, hogy nem történt semmi. Néha feljött Mózsibá, egy-egy hallal, s vidráról beszélt, vagy rókanyomokról, és néha azzal érkezett Mihály, a disznók járnak a torligeten, és ilyenkor késő este dolgozott a golyóöntő, s a pormérőszerszám, és a puska csöve gonddal tisztítódott. Nem lehet azt mondani, hogy nem történt semmi, mert voltak néha izgalmas hajnali indulások, burkus nyakán csörrent a lánc, tarisznyába kenyér, szalonna tevődött, ropogott a hó, s folyt a tanácskozás, innen kell rámenni, onnan kellene. Néha máses vaddisznót hoztak haza az erdőző szánok, s a tanyan népe ült csudálni, és Mihály mesélte fontoskodva, hogy így volt, úgy volt, itt feküdtek a disznók, ott ment ős, a burkus, amott állt az úr, nem lehet azt mondani, hogy nem történt semmi. Néha jöttek rongyos, idegen emberek. Olyan vándorló fajták jöttek, rendesen este felé, és csak vacsorára maradtak. Bementek az úrral a belső szobába, s beszéltek sokáig lehalkított hangon. Hírek utaztak kereszt az országot rongyos vándorok szájain, akik lopva jöttek, lopva mentek mindig, néha nyugtalanító, néha örömteli hírekkel, s nevek jöttek velük. Tűr Teleki, Garibaldi, És egy név, amit csak úgy ejtettek suttogva, és olyan volt mégis, mint a nagy fényes mező nyílott volna meg, melyen a jövendő virágzik, kossút. Nyomukon kis mámoros fúvalat indult olykor, olyan éppen, mint mikor könnyű bort iszik az ember. Nem lehet azt mondani, hogy nem történt semmi. Néha jött egy-egy besugó ember. baljós ábrázatú, ezt elfogták, az börtönbe vetették, itt fegyvereket találtak, sorra kutatják az úri házakat, a románok püspöke instanciát küldött a császárhoz, hogy adják neki a magyar egyházak földjét. A pópa a torliget dolgában jár. A dászkál ezt mondta, azt mondta. Nem, igazán nem lehet azt mondani, hogy nem történt semmi. De azt sem lehet mondani, hogy történt valami. Mert a tanya körül változatlan egyformassággal mozgott mégis az élet. Etetés, itatás, erdőzés, ganéhordás, gondok és gondok, és nap, -nap után ugyanazok mindig. Úgy éppen, mint ahogy a kakukos óra mérte bent a belső szobában a másodperceket, egyforma ütemben, egyformán, egyformán. Azt sem lehet mondani, hogy történt valami. Az első komoly történés, ami a tanyát érintette, az volt, hogy a nemzetes asszony egy napon kiadta jelszót. A látogatásokat illendő viszonozni István, és különben is. Meg kellene nézni a szomszédokat. Néhány napig még fontolgatták ezt a kérdést, aztán egy délelőtt András befogta a két sárgát a szánkóba, lábzsák, bundapokróc, és az úr maga mellé tett a puskát is, meg egy kulacs jóféle szilva pálinkát. Aztán a nemzetes asszony odaszólt Andrásnak. Na, indulj már a fenébe! Február volt már akkor. A fákról zúzmara pergett, ahogy a melegedő napfény morzsogatni kezdte. A házak déli ereszén jégcsapok csöpögtek, és a páralott rágya dombokat lomha fekete varjak szállták körül. Dobói felé vették az irányt. Mikor a kastély dombalat hajtottak el, önkéntelenül a tó felé fordították mindketten a fejüket, mint a valami fontos, nézni való lett volna arra. És nem kívánkozott több szó a szájukra, a dobói paplakig. Az öröki kisírt szemű kövér papnél kétségbe esett örömmel fogadt őket. Jaj, lelkem, báróni, Jaj, lelkem, így! Jaj, lelkem, úgy! Szaladt a konyhába, szaladt vissza. Szaladt el megint sem sokára. Baromfi verte fel az udvart, ahogy az ebédhez valót nyúvasztották. A nemzetes asszony szigorúan végigjárta a papi udvart. Bibarc ábrics szegény, mögötte kullogott, mint egy kövér szakállas megszeppent véndiák. Benézett a pajtába, benézett az olba, hombárba, még a szárnyas padlásra is felkukkantott, és fejsőváva alapította meg, hogy piszkos a tehén. Az a gazember alig a takarította meg máma. A szekér nincsen eltéve tényére úgy, ahogy dukál. Az őszi sár még rajta van. És az egyik kereke törött. az jó lesz megcsináltatni most, amíg nincsen szükség rá. Csak a rossz gazda repel áll akkor, amikor munkába kell álljon. Oktatta szigorúan a megvizsgált papot, és még az olba is benézett, hogy jó ki -e a süldők, van-e vízük bőven. Nem kell hagyni, fiam, hogy befagyjon a víz a disznok előtt, szólt oda keményen a leány a képen baromfit kopasztott a konyha előtt. Naponta többször utána kell nézni, és langyos vizet hordj el eléjük. Közben a vén tiszteltes elmaradt kepék után siránkozott, a népek így, meg úgy nem akarnak adni, a nemzetes asszony pedig azon nyomban a András a kurátor után. Úgy jött az kis idő múltán, mint akit vására visznek. – Te vagy a kurátor? – villogtatta rá a szemét a nemzetes asszony. – Én vagyok, instálom – topogott levet siveggel a bozontos paraszt. Aztán miért nem szedett bérendesen a kepét, mi? A kurátor vakarta fejét, húzogatta a vállait, egyik lábról a másikra állt. Nem adnak a népek is, tálom. Mit csinálhassak velük? Hogy mit csináljál? Mamlasz. Járd őket sorra, és szedd be te tőlük, ami jár. Azért vagy kurátor a fenébe. Ami jár, az jár punktum. Az elő kell teremteni a föld alól is. De te mamlasz vagy. Vagy hurtős vagy magad is. Az a baj, Lennék én itt a kurátor, majd egy szem, de egy árva szem sem maradnál a kepéből, azt elhiheted. Így iskolázta a nemzetes asszony kurátort, aki fejét ilyetten húzta be vállai közé, s a csizmája órát nézte, hol pedig a földet. Ment a szobában, az a papra is sor kelőd. Maga is hibás bizonyára, mert akit szeret a nép, azt nem hagyja el. Aki jár utánuk, segíti őket, jó szóval, tanácsal, tudományjal, annak magátos is béhozzák a köteles kepét, de maga úgy látszik, nem foglalkozik velük eleget. A nép olyan, mint a birka, tiszteletes úr. Ha jó pásztor tereli őket, mennek engedelmeses, meg is híznak mellette. Ha hitványa pásztor, elbitangol a nyáj, Mondhatta pap, hogy így, meg úgy, az emberek megromlottak ezek az időkkel, nem törődnek Istennel, meg az ő szolgájával, gonoszak lettek és megáltalkodottak, csak hamisságon járhatják az eszüket. Sopánkodhatott a tiszteletes asszony, és hogy jaj, lelkem, méltóságos asszony, cudarak már az emberek, nem olyanok, mint régen. Mondhatta mindegyik a magáét. A nemzetes asszony sorba dorgált papot, papnét, mindenkit, aki szem elé került. Végül azt mondta, a varjasi kepe be van gyűjtve nálam. Mind a mi sőt, a múlt esztendről és a maradék. Valamelyik nap elküldetem, nem kell érte jönni. Hanem a múlt vasárnap nem tartotta be a szabályt. Hasztalan vártuk a hívekkel. Mulasztását rosszallom. A pap szegény belekezett valami mentegetőzésbe, még a szakála is csupa igyekezett volt, meg a ráncokba gyűrött homloka. Hogy nagy volt a hideg, meg náthája volt, meg a lónak fájt a lába, meg mindenféle. De a nemzetes asszony kurtan elvágta. Mentsége nem érdekel, tiszteltes úr. Többet ne történjen. A papné tehát sietett az ebéddel, amennyire csak éppen lehetett, hogy az oskola hosszúra ne nyúljon. Ebéd után a nemzetes asszony az anya könyvet kérte. Kelletlen hozta be Bibarc Ábris az irodából a nagy, nehéz, kopott táblajú könyvet, amiben a dobói magyarok történetét irogatta hosszú évek óta. Ahogy lapozni kezdte, éles szeme nyomban megakadt. Mi ez? Áttérés kettő is méltóságos asszonyom, sóhajtott Krisztusi megadás pap, kettő is ebben az évben, sötét erők működnek itt, az anyaszent egyház ellenében sötét hatalmak. A nemzetes asszony csak most pattant fel igazán. Sötét hatalmak? Micsoda badarságokat beszél maga? Nézzen jobban a hívei után, akkor nem fognak áttérni. Hát, ez aztán legnőbb szégyen, ami Calvinista a papot érhet, hogy a hívei átállanak olának. Hát miért nem tesz elene? Járjon utána, hogy miért állnak át? Hogyan állanak át? Ki beszél rá őket? Mivel beszél rá őket? Volt bár egyszer ezeknél az embereknél, mikor meghalott, hogy át akarnak térni? Beszélt a lelkükre? Lelkesítette, búzította őket? Ugye, hogy nem? Na lássa. Hát ez már igazán hallatlan. Úgy nem ért maga a lelkem a papi mesterséghez, mint az a láncos kutya odakint. Ezzel az ittérettel aztán becsapta a könyvet, és elrendelte. András fogja be a lovakat, mert még messzire kell menni. Város István ez a bölcs pipázott, s hagyta feleségét, ha Hagy, nyaggas a papot kedvére, csak amikor már a bundáját vette, szólt oda ő is a tiszteletesnek. Járjon utána, tiszteletes, hogy az a két ember miért állott át. Valami oka csak kell legyen, s jó ezt megtudni, hogy elejét vehessük a továbbiaknak szegény, halára oskolázott prédikátor megígért mindent, nem győzött hajlongani, nem győzött bólogatni, nem győzött csopánkodni, és semmi egyéb kívánsága nem volt már az Úristentől, mint hogy ez a látogatás minél előbb véget érjem. Mikor aztán a csengő szán kifordult a papi udvarból, és eltűnt a faluházai között, kimerülten támaszkodt neki a tornác oszlopának. Jaj, én uram, Istenem! Rosszabb volt, mint egy esperesi vizitáció. Szegény öreg tiszteltes asszony pedig meglapogatta gondtelten és könyvben úszó szemmel kell ura szakálas arcát, és síró hangon ezzel vigasztalta, – Jó nekem, bizony nyugdíj már téged is. A szánkop pedig visszakanyarodott a dobói katlamból a széles tővölgyébe, s ott haladt tovább békés csengő szó mellett. Egy pillanatra újra feltűnt a magára hagyott kastélydomb árva fenyőjével, aztán látszott a tanya, a ház, az istálos, a véndiófa, ahogy közöttük állt, aztán fölébe csúszag a dombok, és már csak a tó széles jege látszott, s kereken a kopár fehér oldalak. A délutáni nap langyosan símogatta a világot, bár a levegőre csípős illata volt, de tiszta, édes illata, amitől tisztul a fej és tágul a tüdő. Mindketten hátra döltek a bundák között, félig lehúny szemmel engedték át magukat a szán puhasiglásának s és az örgő egyhangú zajának, mely betöltötte a fehéren vakító csöndet. Varjusiné halkan dohogott, előbb a papot szitta néhány kanyarodon keresztül, aztán magukról megfelelkezett magyarokat, azt a kettőt, akik nem átallottak áttérni olárnak. Az oláhogat kezdte szapulni, végül a varjasi pópát, aki úgy látszik túlságosan sokat törődik a népével, és ezen a körúton át újra visszaérkezett a tiszteleteshez. Varjasi félig lehúnyt a szemét, és élvezte a napsugarakat, melyek az arcát permetezték. Hallgatott, és a csengők zenéjén keresztül, és az asszony dohogásan át is meghallotta a sármányok halpityegéseit, melyek az útszíli fákról dicsérték a napot. Vége az ötödik kazetta első sávjának. Ötödik kazetta, második sáv. A sármányok szaváról eszébe jutott a pacsírta, s rajta kereszt a tavasz, mely már ma holnap beköszönt, és arra gondolt, hogy milyen szép lesz a tanyán, amely virítanak a szilvafák mind, és a ház a diófa is zöldbe öltözik. Arra gondolt, hogy végre kezdeni lehet majd valamit. Véget ér ez a terméketlen tétlenség, mely tele van ugyan tervekkel és célokkal, de csak meddő tervek, és távoli célok ezek, mert a munka ideje még bent lappang mélyen a fagyott föld alatt, és súlyos jégbirincsek őrzik. Arra gondolt, hogy kellene majd néhány nyárfát ültetni a ház köré, mert azok gyorsan nőnek, közéjük néhány platánt, vadgesszenyét, és ha hozzá lehetne jutni még fenyőt is, persze, fenyőt kellene egészen közel az ablakhoz, hogy nyári estéken érezni lehessen a szagát, és télen keresztül ott álljon zölden, mint az örökkévaló reménykedés. Éppen a fenyőkről akar szólani valamit, amikor Minka asszony újra dohogni kezdett. Írni kellene István a püspöknek, hogy nyugdíjazzák már ezt a vén szamarat. István szeriden bolintott, és elmosolyt a szakállában. Húsz. Az első falu, amin áthaladtak, Detre falu volt. Ott terpeszkedett két tó között, szélesen elomolva a kitágolt völgyben, felkúszva dombok aljára is, melyek lomhán is elnyújtozva hevertek körülötte, mint kivénult csorba komondorok, akik már elunták az örködést. A tavak nem is látszottak a hó alatt. Csak éppen a levágott nádas jelezte kereken, s pusztán kimerevedő vészák kerítései. A falu fölötte kis mélyedésben kert feketté lett, s a fák közül fekete zsindejtető meret a távolba, a Detre család régi udvarháza. Nem hajtottak be a düledező kapun, Amúgy sem vezetett aranyom. Látszott az istálok vakolatlan fala, a roskat fedelő csűr, a puszta udvar. Nem volt miért behajtani, a detré család ki tudja, merre bújdosik. És a birtokot is elkobozták volna, ha Katinkát nem viszi el gyorsan az osztrák báró. Így övék maradt a birtok. Talán nyáron rendbe teszik, s ide költöznek, legalábbis az a hír járja, hogy az osztrák kilép a katonaságtól. Szegény Pepi, mondott a halkan Varjasini, Vajon kapott már valami hírt az uráról? Azt mondják, francia honban van, telekivel. Sokat búsulhat a sógornője miatt is. Szegény jó Péter bá. Jól tette, hogy elesett. Most rángatná dühében a bajszát. Szegény ott titánt. Azt mondják, folyton sír azóta, a lánya miatt is, Katinka miatt. Az olyanért nem kell búsulni, kinek apja elesett a hazáért, Bátya idegenben bújdosik, s ő azat osztrákkal áll össze, osztrák katonával, vérének ellenségével. Az olyanért ne búsoljon senki, még az anyja se sírna az olyanért. Férges az, akinek hullani kell, hogy tiszta maradjon tőle a fa. Kiértek a faluból, békésen, kedvesen csilingeltek a csengők, a lovak jókedvel hánytak a fejüket, s mégis valami sötéten ott maradt velük a szánban, vagy a szán mellett valami mord fekete árnyék. Talán a detrefalvi pusztaház árnyéka, és annak a mélyén embereké, sorsoké, akik kallódnak, vesznek, mert magyarok. Néhány dombot megkerültek, néhány aprócska tavacska mellett elhaladtak, megugatták, magukat tanyák kovaszaival, lassú, parasszánok tértek ki útjukból, és a járomba fogott álmosan bámultak utánuk. Aztán ott voltak bátonyban. A mezőség falvai távol feküsznek egymástól, mindegyik a maga külön völgyében lakik, mint nyúl a vackában. Vannak jókedvű falvak, melyek derűs és széles völgyekben tanyásznak, lehetőleg csöndes mosolyú vacska mellett, melyben békák karatyolnak nyáron át, és vadrécék hápognak. Az ilyen helyeken szeridek a dombok. Kereken, legelők és szántóföldek vannak, és csak fönt a tetőkön látszik valami kis északi fekvésű erdő. Aztán vannak megint szomorú, sőt rossz kedvű falvak is. Olyan félrevonulók, zárt katonokban meghúzódnak, hegyomlásos, vízmosásos, meredek oldalak közé menekülők, ahol tövises bozótok nyúlnak le a házakig éppen, és aki ott lakik, nem lát egyebet, mint sárga szakadás, jurágta bozótot, gonosz, szűk domboldalakat. Bátor szerint, és és sőt, jókedvű falu volt. Két széles völgy öblének összetalálkozásán a született, és egy kicsit benyúlt mind a kettőbe. Mint ha nem tudta volna eldönteni, hogy melyiket szerese jobban. Alatta tó volt, keskeny és hosszúkás, kicsit hajlott alakú tó, és a tó felett a házak elnézhettek jó messzire. A tó partján jó és szerint fűzek áldogáltak, békések és tiszták, mint a pihenésre készülő gondolat. Szinte hihetetlenek látszott, hogy ennek a békés és inkább lusta tekintetű faunak a közepén üszkös romok állanak, égre meredő falak, fekete gerendák, megcsúfolt kerti fák, kerítések. Szinte hihetetlenek látszott, hogy a szifra bálványos kapu kidöntve fekszik, és a szigorú kő oroszlánok a merednek elő a hóból. Itt is szép munkát végeztek a császár kedvencei, dohogta Minka asszony, mikor a gazdátlan kert előtt elhajtottak. András lépése fogta lovakat. – Hová hajtsunk, instálom! – fordult hátra a bakról. Vajas István megszólított egy bámészkodó embert. – Melyre lakik a nemzetes úr? – az ember megemelt a kalapját, bámult, de nem felelt. – Szörös nyelvű ez? – nem érte a szót. Békét legett harcias a minkasszony. Varjesi megismételte a kérdést románul, is az ember a falu felé bökött. A legerő alatt, Stéphán házában. A házat hamarosan megtalálták, mert úgy állt, elkülönülve a falutól, fent a legerő alatt, mint ahogy az és zselérházak szokták. Apró horpa tetejű, de nyílt arcú házikonak látszott. Mellette sován kis pajta égtelenkedett, tetején új sárga volt a nád, látszott, hogy nem régen fették. Kerítése nem volt, úgy álltott a pusztán, kicsit félre az úttól, és a legelőnek neki támaszkodva, a magányos ház is mellett a pajta. András aggodalmasan nézte. Itt alig, ha férünk el a lovakkal. Nem baj, mondott a nemzetes asszony. Valamelyik gazdanál találsz majd helyet. Szénát, szalmát, istálot megfizetünk. Csak el legyenek látva jól a lovak. Mikor a csengős úri szánkon megállott lent az úton, a pajtából előszaladt három aprócska gyermek, s tátott szájjal bámészkodott. Alig mentek néhány lépés fölfele, a kitaposott görbek is isvényen, mikor a házasszony megnyílt, és nyűjt szondra ruhában, mintha csak közönséges zsellér ember lett volna, ott állt Bátonyi Péter. Szégyenkedő, szomorú mosoly volt a szája szélében, arca elpirult, s a sebb hely messzire feketélet rajta. Igazán kedves, hogy eljöttetek. Csókolom a kezeit. Nem is tudom, mit mondjak hirtelen, Szomorú nagy orra mögül, tétovár nézett rájuk, majd a lovakra, a kocsisra, a pajtára, a házra. Minka asszony azonban sietett, eloszlatna a zavart, és keményen osztogatta parancsokat. Elég, András, Keríts szállás! Názd a lovakat, csutakod le ügyesen, és reggel nyolc órakor itt légy. István lelkem, fogja ezt a táskát. Péter, maga vegy a bundákat, úgy na. Mehetsz, András, a lovakat idejében itasd. Cipekedtek fölfelé az ösvényen. Előment a nemzetes asszony, mögötte Varjas István, egyik kezében az utitáskával, másik kezében a puskát, kulacsot cipelve, sátul a bundákkal Bátonyi Péter. Így vonultak fel a ház elé. Közben előkerült mind az öt gyermek, stárkra szemekkel csodálták az idegen uraságokat. Rendesek voltak és tiszták mind az öten, meleg szondra ruhájuk volt, mint a jobb gazdák gyermekeinek. Az ajtót vékony kicsi asszony nyitotta ki előttük. Vékony csontuk is törékeny parasztasszony, fehér arccal, okos kék szemekkel, látszott rajta, hogy valamikor szép lehetett, csak munka és idő telt felette. Fejét egyszerű fekete kendő fötte, de tiszta volt és rendes, mint a ruhája is, egyszerű paraszoknyája, báránybőrös mellénykéje. Sietve vett át a holmikat, kezet csókolt, sürgött, forgott, és mindent berakott a belső szobába. Ahova először beléptek, a konyha volt. Közönséges parasz kemence néhány polc, a polcokon edények szép ügyes rendben, asztal, két szék, egy ütött kopott szekrény és egy ágy. Ennyi volt az egész. De a döngött agyakpadló szép tisztára volt cseperve, minden a helyén volt, égett a tűz, és egy fazékban víz fortyogott. A nemzetes asszony megelégedetten nézett körül. – Rend van magánál, Péter, azt látom – állapította meg szakértelemmel. A hosszú sovány ember újra elpirult. Nem kell beszélni erről. Ha ide jutottam, hát ide jutottam. Minka asszony komolyan nézett rá. A szegénység nem szégyen, Péter. A mai világban éppen nem az. Csak a piszok szégyen, a rendetlenség. A belső szobában már terítők is voltak a falon. Házi szőt, gyapjú terítők színes mintákkal. A szoba közepén egyszerű asztal állott, mellette négy szék, a sarokban ágy, túrolt a szekrény, mosdóasztal. Az agyak padló frissen öntözve, kellemes tisztaság szag áradt a szobából, s a tűz barátságosan pattogott. A vékony kicsi asszony elrendezte a holmikat, táskát, bundát, s aztán halkan kiment. Néhány pillanatig ott álltak hárman a szoba közepén, szótlanul. Aztán Vajas István falhoz támaszott a puskáját, levetett a bekecsét, az ajtón talált egy szöget, arra fölakasztotta, és a kulacsot az asztal közepére tette. – Na! – mondotta. – Erre a házra iszunk egyet! – Tetszik az otthonod, Péter, Istenemre mondom. Péter szót tanul a szekrényhez lépett, hintotta a nyakas meg poharakat vett elő. Azért olyan szegények mégsem vagyunk, hogy a vendég hozza az italt, mondotta, és már mosolygott is. Mink asszony közben kerekken járt a szobát, jól megnézett minden, és tanácsokat adott. Ezt a terítőt itt az ablakkal szemben cseréljek egy világos színűre, mert feleslegesen sötéti a szobát. Ehhez a falhoz szerezzen még egy olyan ládáspadot, lehetleg tulipánosat, amilyen a magyar parasztházakban szokott lenni. Hasznos is, kényelmes is, szép is. Ezt a terítőt itt pedig tegye majd az asztalra, nem baj, ha lelóg egy kicsit. Ha ide a pad, annak támlája van, nem lesz szükség a terítőre. A második pohár után megszólalt Bátonyi Péter. Te adtad nekem a bátorságot, István. Tőled tanultam meg, hogy mit kell csinálni mikor a te szép kis otthonodból hazajöttem, olyan volt ez az én fészkem, mint egy szemétrakás. Másnap árendába adtam néhány old földet, az előlegen vettem ezeket a székeket, vettem néhány edény, terítőt, és egy fél szekér deszkát. Az asztalt magam csináltam, és a kinti padot is, az szekrényt is magam, meg az ágyat, be is festettem. Egy hétig ragadott, az igaz, és az ujjam nyoma most is látszik rajta. Aztán a többi már magától jött, vettem egy tehenet, nyolc juhat, s a pajtát meg nagyobbítottam, hogy elférjenek Rebeka mellett. Fátottam el értük. A pajtát magam föttem be náddal, eleinte nehezen ment, mert nem értettem hozzá, de aztán megtanultam. Tudod, Isván, sohasem hittem volna, hogy annyi öröm van az ilyesmiben. Mikor az ember mondjuk két napon át kínlódik a deszkákkal, és aztán a harmadik nap készen van, az ágy bele lehet feküdni, Soha fekvés még olyan jól nem esett, mint ebben az ágyban. Az is csodálatos, mikor az embernek van néhány állatja. Mondjuk egy lova, meg egy tehene, meg nyolc juha. És azoknak pajtát épít saját kezével az ember. Megmérje a jászlat, hogy milyen magas legyen, és a juhoknak külön aklot, és aztán oda teszi őket. És naponta bejár oda reggel is, délben is, este is, és amikor csak eszébe jut, és szénát tesz az állatok el, és nézi, hogyan esznek, és ügye el, hogy legyen mindig, mit tegyenek, és amikor eljön az ideje, vízre viszi őket, és az állat már ismeri az embert, ránéz, várja, hogy enni kapjon, és a szemével szinte megköszöni. Nekem ménesen volt, és marhám is, jó is sok, te tudod. Annyi volt, hogy ma már meg sem tudom mondani mennyi, de sohasem éreztem még ezt az érzést, hogy állatom van. Még Péter beszélt, s Vajos István hallgatta, az asztal másik oldalán Minka asszony kinyitott az úti táskát, és először belőle egy szépen kopasztott libát. Egy kis dobozban zsírt, egy rúd vaddisznókolbász, s átvitte őket a konyhába. Az ajtó csikorgása felébresztette a beszélőt is. Felkelt és kinézett az ablakon. A nap már lehullóban volt, csak a dombok gerinceit csöpörte még pirosas fényel. El kell lássam őket, Mondotta valami kis félszeg mosolyjal, és zavartan. Megbocsát az István. Várj, veled megyek. Átmedek a konyhán, s ki az udvarra. A kemence mellett látták a két asszonyt, ott álltak egy öntudatosan gunnyasztó kotló mellett, és csirke etetésről beszélgettek. Kint békés téli estehedés készült, a levegőben még érzett a napsugarak szaga, és az égből olyan mozdulatlan és tiszta kék volt, mint a kisgyermekek szeme. Péter a pajtába ment, kiengedte Rebekát, aztán a tehenecs, végül a juhokat. A tíz állat engedelmesen kocogott le az ösvényen, egyenesen az út mellett lévő úthozott, megálltak és várták a vizet. Amíg Péter a csikorgó gémel a vizet mert a vájuba, addig Varjasi Isten az állatokat nézte. – Jók a juhok! – mondotta. Péter szem megcsillant, hogy a vizet a vájuba zúdította. – Nézd, hogy isznak! – az állatok beledugták orrukat a vízbe, és ott tartották mozdatlanul sokáig. Aztán először a juhok hagyták abba az ivást, vagy a tehén. Rebeka tartott ott legtovább az orrács, amikor kiemelte, a szájából visszafolyt egy kis víz. A bajtát együtt rendezték el. Péter megkötött a lovat és a tehenet, a juhok rekeszé rátolta az ajtót. István ez alatt fölvitt a villát, és szalmát hordott alájuk, majd szénát a jászolba. Mindez szó nélkül, beszéd nélkül folyt, mint valami felemelő, komoly szertartás. Mikor kiléptek a pajtából, és az ajtót gondosan betették, szólalt meg Péter halkan, kicsit rekedten. – Köszönöm, István, hogy eljöttél, hogy eljöttettek, bár talán kicsi kényelmetlen lesz, és egyszerű. Itt minden nagyon egyszerű és szegény. Varjas István kedélyesen ráütött a barátja vállára. – Ne bándasz, Péter, így jó, hogy van! – parasztok lettünk kifelé, hogy urak maradhassunk befelé. Így van rendjén, ebből a pajtából kell kinőjön az új élet, és most még csak a kezdetén vagyunk. Bent már vacsora szak terjedne terjedni a levegőben, a nemzetes asszony ott állt a kemence mellett, tanította a kis sovány asszonynak a libasütés módját. Az öt gyermek sorban ült a padon és bámult. Az étel szagra jutott csak eszébe a házigazdának. gazdának. Megálljunk csak! Mit is eszünk? Anna, fiam, mit főzöl vacsorára? Hát ezt a madarat honnan szedted? kérdezte, mikor meglátta készülő libát. Én fogtam út közben, mosodott el a nemzetes asszony. Nem látja, hogy varjú? Bátonyi Péter arcát újra ellepte a zavar szégyenkezés. Mégsem az a rendje, hogy a vendég hozza a vacsorát, de én nem is tudom. Mi bizony többnyire teljes puliszkát szoktunk, amióta megvan a tehén. De Varjas István nem hagyta elkomolyodni hangot. Hadd a fenéb az asszonyok dolga, és a barátját a belső szobába. A liba jól sikerült. A kis sovány asszony málékenyeret tett az asztalra, és egy korsóban friss forrás vizet. Ami a libából maradt, azt a nemzetes asszony szétosztotta a gyermekek között, és nekik adta a vaddisznokolbászt is. Az olaj mécs még hosszasan elbeszélgettek, aztán Péter és a kicsi asszony behozták a konyhából a másik ágyat is, és a falhoz állították. Az ágyakra bundát terítettek. – Két itt ketten? mondta Péter kicsit zavartan. Én majd átmegyek a konyhába, szeretek szalmán aludni. Aludtunk mi sárban is, nem szalmán, ütött el István, újra a zavart. Emlékszel? Piski mellett egyszer. És belekezdett egy tréfás katonat kalandba. De éjszaka sokáig fetőt nyitott szemmel az ágyon. A szomszéd szobában néha zőrent a szalma, s egy-egy gyermek nyőszörgött álmában. Csönd volt, halálos csönd. Csak valahol lent a faluban ugattak a kutyák. Sokáig feküdt úgy, nyitott szemmel, és valami megmagyarázhatatlan nagy szomorúságot érzett. 21. A hosszú télből úgy virágzott elő a tavasz, olyan hirtel és váratlanul, mint egy hajnali rigófügy. Először csak a hó kezdte színét változtatni, a vakító fehérség valami álmos és unalmas, szinte szürke sápadságá kopott, majd néhány napon át langyos szelek szánkáztak a domboldalakon, és szánkájuk nyomán itt-ott kifes lett a hó. Egy este aztán nagy, puha felők jöttek, megeredt az eső, s egész éjszaka csurgott az eresz. Reggelre minden patak megindult, erek csermelyek zakatoltak, források ütötték fel a fejüket, és zavarosan gyűlt meg a víz a réteken, mert már nem fért a tóba. Alig telt egy hét, s a tavasz ott csillogott a zsengén, felegyenesedő fűszálakon, a pattanásig feszülő rügyeken, és az avar között megvívő hóvirágok illattalan fehér csengetyűi fölött. Valami furcsa részeg illatot páráltak az erdők, a levegő sűrű lett és nehéz, mindenhol érzett a föld roppant erőfeszítése, melyel újra készült teremteni a világot. A munka utáni vágyakozás láza lepett el mindenkit, először csak embereket lehetett látni szert a dombokon, hogy össze-vissza kalandozták a földeket. Belerúgtak a kiengedő göröngyökbe, lehajoltak a nyírkos földhöz, kezükbe vették és gondtelten morzsolgatták ujjaik között. Aztán megjelentek az első ekék, hosszú fekete vonalakat róttak egymás után a napos hegyoldalakba, a tiszta levegőt messzire bejárta a cságatás és a munka kellemes szaga. Egy márciusi kora reggel, a nap éppen akkor ült fel a domb tetejére, a tanya eké is megindultak. Ott állt a szín előtt nyolc ökör, párosával, a négy ekébe fogva, mellettük Mihály, a nagyobbik fiával és két béres legény. Ott állt az úr is csizmában, kampos bottal a kezében, s fején zöld vadászkalappal, s mellett a nemzetes asszony. Végig néztek a négy fogaton, mint hadvezér a katonáin, mielőtt harcba megy. Alnai levegő friss volt és tele boldog erővel. Aztán az úr és az asszony elindultak, és mögöttük megmozdultak az ökrök, a béresek, Mihály és a fia, csörrent a lánc, csikorgott a talika, és ahogy ott megindultak és mentek sorban a földek felé, olyan volt, mint egy ünnepi menet. A tanyadom déli lankáján megállottak, kimérték a barázdát. Aztán Mihály oda az első két ökröt a tábla szélébe. Az úr megmarkolta az ekét, Hó, bodor, nyá-nyá, csák körmös! És Mihály komoly arccal elindult az ökrök előtt, és Varjas István komoly arccal fogta az ekét, és benyomta a földbe. A járon megfeszült az ökrök nyakán, a föld omlani kezdett, és az első fekete barázda elindult nyílegyenesen a tábla hosszában végig. A többi eke sorra beállt a nyomába, és az ünnepi menet vonult végig, a domb barna oldalán, mögött mögötte puha, fekete szántás keletkezett. Az ökrök fehér szőrén fény lett a napfény. Mihály ment elől, kimért léptekkel ünnepélyesen. Varjas István fogta az ekét, izmai megfeszültek, ahogy a földbe benyomta, Marka szolította durva fát, és lelkében valami nagyon szépet érzett. Az első barázda. Az első barázda indul a keze alatt, hogy meghódítsa a földet, az életet, az újra föltámadó jövendőt. A tábla végében megállt Mihály, s megállt a két ökör, visszanéztek. Mögöttük lomhalassósága jöttek az ekék, széles utánuk a nyom, s a fekete földből fehéres párák szálltak föl a ragyogó hajnalba. Némán állott a nemzetes asszony, s ő is az ekéket nézte. Minka, jól omlik a föld. Az asszony az urára nézett, nem szólt, csak bólintott. Kiértek mind az ekék, az ökrök jámborul megálltak, s kérődzve néztek maguk elé. – Fordítsad, Mihály! A két ökör megmozdult lassan, Varjas István fölemelt az ekét, és barázdába megint. – Csák körmes csá, hó, hó, modor! Sűrű szakálából szélesen ránevetett az asszonyra, s lenyomta az ekeszarvakat. szarvakat. A föld halk muzsikával omlott, és ebben a percben a domboldalból fölszállt egy pacsirta, és rillázva szállt, szállt egyre magasabbra. A három zsandár, mikor a délelőtt a tanyára fölért, még ott lelte őket az ekénél. A és örmester szigorú arccal nézett végig az ökrökön, az embereken, aztán az úr előtt megállt. – Néhány kérdést kell intézzek önhöz! – mondott a kurtán, és barátságtalanul. – Tessék! – a nemzetes asszony is odajött, az őrmester végignézett az ekéken, mind állottak, és az emberek az ekék mellől őket nézték. Folytassátok, Mihály! Az őrmester kihúzott a zsebéből egy vékony füzetet, lapozott benne, aztán szemét szúrósan rászögezte Varjasira. Ön ezelőtt három héttel, egy szerdai napon bátonyban volt. Varjasi nem állotta meg egy gúnyos mosoly nélkül. Jól van értesülve, őrmester, éppen szerda volt. Mit csinált ott? Meglátogattam egy barátomat. Bátonyi Péter nevezetűt. Nem volt nehéz kitalálni. Mi dolga volt vele? Látni kívántam. Ott töltött az éjszakát is. Természetesen. Beszélgettek? Egyikünk se néma. Az ölmeste nyelt egyet és kivörösödött. Miről beszélgettek? Varjosi fölhúzza szemöldökeit. Sorra elmondjam az összes témákat? Csak a fontosabbakat. Az őrmester hangja nyers volt és barátságtalan. A másik két zsandár mozdulatlanul állt, a nemzetes asszony szeme már villogott. Varjasi tűnődve bólogatott a fejével. Hát, lássuk csak, először a házról beszélgettünk, a bútorokról, terítőkről, azután a pajtáról beszélgettünk, az állatokról, a juhokról, a tehénről, a lóról. A lovat egyébként Rebekának hívják, ha ez is fontos. Az őrmester mérgesen szólt közbe. Ne tréfáljon az úr, Egyébről is beszélgettek. Hogy ne. Például arról, hogy miképpen kell megültetni a kotlót, meg aztán, hogy sülve jobb be a liba, vagy főve. Eh, arról beszélgettek, miképpen lehetne forradalmat csinálni, rebelliót, revolúciót. Sajnos arról nem beszélgettünk. Úgy, és miért sajnos? Mint a héja csapott az őrmester hangi erre a szóra. A szeme összeszűkült sötéten, úgy leste a választ. Mert akkor maga most örvendene, őrmester úr, és én szeretek embertársaimnak örömet okozni. Olyan derűsen és könnyedén mondta ezt mosolyogva, és nagyon udvariasan, hogy az örmester tanástalanságában önkénten megvakarta fejét. De aztán nyelt egyes, újra szigorú arcot öltött. Mióta ismeri Bátonyi Péter urat? Gyermekkora óta. Úgy és honnan? Bátonyból. Úgy? Szemmel látszózok, nem tudta már, hogy mit kérdezzem. Mit csinál itt? Most már ezt is kezdte elhagyna türelme. Állok, és válaszolok értelmetlen kérdéseire. Az őrmester rántott egyet a derék szíján. Igyázzon az úr, aki gyanús helyeken jár, félre házakban tölti az éjszakától, semmi dolga nincs. De már erre a nemzetes asszony is megszólalt, csípületet kézzel, csak úgy csattogott a hangja a zsandárnyaka közép. Hát maguknak mi a dolguk? Hogy békés emberek munkáját zavarják? Hogy beleüssék az orukat mindenbe, mert semmi közük? Egyéb dolguk nincsen? Zsandárok maguk? Ha zsandárok, akkor járjanak a tolvajok után. Fogdossák azokat össze. Minap is három juhot loptak a faluban. Dobolyban feltörték a papcsűrjét éjszaka. Az erdőből lopják a fát. Ha azokat keressék, azok után járjanak. De bezzeg a sok tolvaj, a világot is ellophatja maguktól, mert egyet sem tudnak elfogni. Csak járnak az ember nyakára, mint a keserűség, de semmi hasznukat nem lehet venni. Miért nem nyomozzák ki, hogy kik gyújtották fel a kastét? Miért nem nyomozzák ki, hogy kik voltak a gyilkosok, a rablók, a ramiák? Mi? Azzal törődjenek! Úgy záporozott a szídás a zsandárokra, hogy csak álltak ott egy darabig behúzott nyakkal, mint a megriadt gémek. Tátogatták a szájukat, de nem jutottak szóhoz. Végül az őrmester megfordult hirtelen, intett a másik kettőnek, s nagy léptekkel ott a csatateret. Már a tábla végén jártak, és a nemzetes asszony még mindig őket szitta. Vissza sem mertek nézni. Varjosi rámosült a feleségére. Ágy már abba, minka! szelmentek! de az asszonyban még ford mindig a méreg. Léhüttők! Madári Az ekék már visszatérőben voltak lassú és méltóságos nyugalommal mozogtak a nagy fehér ökrök, szarvuk néha tompán összekoczant. Lassú nyugalommal jöttek mögöttük a béresek, és Mihály meg a fia tartották az ekét, és a föld omlott feketén puhán. 22. Attól a naptól kezdve a munka lázában égett a tanya. A nemzetes asszony már négykor talpon volt, és csizmásan, a ostorral ott ült az ökörök jászolán, és ügyelt az etetést. Az úr pedig hajnaltól késő estig lova ült, és részeseket járta. Számba vette az őszi vetést, kiosztotta felesföldeket, földeket, és ügyelte, hogy jó legyen a szántás, amit a részesek csinálnak. A tanya tavaszi gúnyát öltött. Előbb a szilvafák gyúltak fehérbe, bólond és vakító fehérségbe, mintha a martok kökény bokrait utánozták volna. Aztán kigyult a tanya alatti Marton a vadbarack, csodálatosan rózsaszínű lett, s bódult illatával magához csalt a vadméheket. Majd a szilvafák eldobták fehér ingüket, s testükre kényes zöld köntöst növesztettek. Megmozdultak a véndiófa, diófa aszott rügyei is. A fűszakált eresztett, s a tanya konyháján csipogva felnőtt kis csirkék vidáma szaladgálhattak benne cserebogár után. A nemzetes asszony néhány oltványt kerített, és még idejében elültette őket a ház mögött, ahol a szilvák voltak. Négy nyíl egyenes, rövid kis sor lett belőlük, zsineggel kimérve, nehogy az egyik kintebb vagy bentebb álljon, és megzavarja rendet. Nagyobbára almafák voltak, de akad közöttük barack is meg szilva. Az ültetés sikerült, hamarosan ügyet eresztettek, és a ügyekből kis félénk levékék göngyölődtek elő. Az úr naponta megjárt a földeket, gyönyörködött az elvetett mak indulásán, a zsöngevetés helymesedésén, ahogy lassan kizöldült, a fúró alakú kislevél szétvált, új leveleket növelt, a levelek széthajoltak a föld felett, összeértek, megsűrűsödtek, s lassan zöld szőnyeggel lepték be egészen. Gyönyörködött a hajnalok fiatal színeiben. Tágult tüdővel szívta be a tavaszi föld illatát, mely tele volt rügyek szagával, virágok szagával, a duzzadó élet bátor nyers szagával. Török búzavetés befejeztével, addig lélegzetes, addig volt idő, ezzel jött haza egyszer váratlanul. – Na, Minka, most már rendbe szedhetjük egy kicsit a házat is. Ha jönnek a gyermekek, elférjenek benne. Nagyon vágyozott a gyermekek után. Negyedik hónapja nem látta őket, csak néha jött egy-egy írás, üzenet, hogy jól vannak, egészségesek, nincs semmi baj. Mióta tavasz lett, még sokkal erősebben érezte hiányukat, valahogy úgy hozzá tartozott volna a szép, langyos napsütéshez, a sárga libegő pillangókhoz, a gyermeki kacagás. Vég az ötödik kazetta, második sávjának.